Rejtőjenő, Tigrisvér. A gyáva. A vendéglő ajtaján egy kalap repül ki. Nagy kacagás. Ezután következett a fiatal ember. Még harsányabb kacagás. A kidobott illető felkel a porból, a kalapját is felemeli, és gyűlölettől villogó, de igen szomorú szemekkel ütögeti két tenyerével a nadrágját. Tom kilép a kocsmából. Széles csúfondáros szája bátor vigyóra húzódik. – el magad a kocsma környékéről, megértetted? – Azért is idejövök, amikor csak kedvem tartja. Én akár minden nap kidoblak, ha kell. Valaki oda kiáltja. Gyáva ember, ne járjon kocsmába. Egy másik. Minek hagyod magad? Mi? Férfi ruhába jársz, fegyvered is van. Én nem állsz kitommal. Nem akarom, feleli panaszosan. Vörös hajú lány jelenik meg az ajtóba. Menjen szépen, Robin, látja, hogy itt csak kicsúfolják. Én magához jövök émi és csak az érdekel, hogy maga csúfol-e. A lány egy másodpercig rossz kedvűen habozott. Én nem csúfolom, de azért jobb lesz, ha nem jön. Most már takarodj, kiáltotta rá Tom Connor. Én is megmondta neked, hogy mit tart a gyáva emberről. A megalázott férfi csendesen elkullog a lovakhoz. Látták, hogy eloldja a szürkéjét, nyerekbe ül és elnyargal. Valamennyien visszamentek a kocsmába. Az ajtó becsapódott. – Miért bántják mindig? – mondta a lány. – Mert gyáva és csökönyös – feleli Tom Connor. – Ötször is felszólítottam, hogy ne forgolódjon körülötted, Émi. Négyszer leütöttem, mégis újra jön mindig. – Fogadhatsz velem, hogy holnap megint csak itt lesz – szólt közben egy bórizű hang. – Akkor laposra verem – jelentette ki Tom Connor. Nem szép tőled – Döngyöpte Grína Kovács. Gyáva embert bántani, az alapjában véve szintén gyávasát. Robin nem üt vissza, és a fegyvert se kezeli jól. Akkor maradjon otthon. Hozzám jár, nyelvelt élesen Émi. Talán szívesen látja? Nem az a kérdés, hogy szívesen látom-e, hanem hogy maga mi jogom fértékeny rám. Rövidesen felelek erre, Émi, mondta Tom jelentősen, és a lány rámosolgott. Robin kétségbe esett elkeseredéssel nyargalt haza. A gyűlölet és a megalázottság ford benne. Gyáva. Mindenki tudja róla, hogy gyáva. De hát miért gyáva? Miért fél, ha valaki ráemeli a kezét? Miért nem mer a pisztolyához nyúlni? Miért fut át valami hideg érzés a szívén, ha valaki ökölbeszorított kézzel szemben áll vele? Felnézett az égre, mintha a hűvösen ragyogó csillagoktól várná a feleletet kérdésére. Ő jól tudja, hogy mi ez a gyávaság voltak éppen, ha valaki ráemeli a kezét vagy a fegyveréhez nyúl. Tudja, hogy mi ez, és még sincs neve. Zavaros képek sorozata, egészen elmosódik. Lövés, tűzfénye, füstszak, vér, jajgatás. Jelentés nincs, csak zsibbat félelmet érez, mint lelki aláfestést. Valami történt vele, amikor még kisgyermek lehetett. Négy éves vagy annyi sem, Jeff Olzen azt mondja, hogy ez mind képzelődés. Robin egy nagybátyának a fia, és négy éves korába árvaságra jutott. Akkor Jeff Olzen örökbe fogadta. Így mondja az öreg Jeff. De mégis látta azt a furcsa képet. Ha revolvert fogott valaki, ha megfenyegették, nyomban sikoltásokat hallott a múltjából, lőporszak folytogatta, és fegyverdőren is jutott az eszébe. Ilyenkor végigfutott rajta az a hűvös zsibbadás, amiért azt mondták, hogy gyáva. Belövagolt a szegényes olzentanya kapuján, megkötötte az istálóba Rainbow-t, fölsietett a szobájába, és végigvágódott ruhástól az ágyon. Olzen hallotta jól a lépéseket, amint végig az előszobán, és elhaltak a nyikorgó falépcső felső fokain. Hazajött, mondta jelentősen a serifnek mert nála volt éppen az öreg Petersen, akivel sokszor éjfélig is elbeszélgettek, ha nem volt dolga sem a farm körül, sem a hegyekben, ahol a emberek bujkálnak. Ilyenkor a vén farmer és a serif időt szakítottak egy kis beszélgetésre. Nem szokása, hogy bejöjjön köszönni? De bejön mindig, úgy látszik valami baja van, mondta Olsen. Hm, a legények nem szívelik, mert gyáva. Hallgattak. Miért nem küldött keletre? Ott nem fontos a bátorság, szólt Peterson. Már küldtem. Nem megy? Nem. Szenved, de nem megy. Makacs, dacos. Nem jó nevelte, Jeff? Ostobaság. Külön nevelést kapott a legtöbb nagyszájú kabolynál. Kíváncsi vagyok rá, hogy melyik tudta kilenc éves korába, amikor alig ért el az ujja a kód fejétől a ravaszáig száz lépésről eltalálni a fán gubbasztó madarat. Mert Robint megtanítottam rá. A bal tizenhat éves korába jobb volt, mint a tiéd húsz évvel ezelőtt. Tizenhét éves volt, amikor becserkéztem az ezüst királyt, ha emlékszel. De mennyire emlékszem, olyan vadló nem sok szaladgált erre felé. Robin velem lovagolt. 48 óráig, csak percekre állhattunk meg. Hegyen, völgyen át nyomába voltunk a lónak. A fiú végig kitartott. És mégis? Gyáva. Fél. Az öreg Jeff Olsen nagyot sóhajtott. Peterson a pipáját tömte. Azt mondják, beleszeretett Émibe. Engem, tudom. De nem kell a lánynak. Aztán Tom Connor néhány szó csúffát tette a kocsmába. Jeff Olsen nagy ráncosokla az asztalra csapott, hogy megrezdültek a poharak. Majd én csúffát teszem konót, egyszer felveszem a revolverövemet, Pet, és oda megyek a sok nagy szájuk közé, hogy mutassák meg, amit tudnak. A ostobaságot beszélsz, Jeff. Ha Robin nem lenne gyáva, akkor befogadnák maguk közé. Te se szeretted a gyáva embert legénykorodba. korodba. Patterson fölállt. Hm, megyek, hónap érkezik a kormányzó. Egy pár csavargót összefogdosok a környéke. Bejárnak a városba lopni. Jó szakát, Pet. Jó szakát, Zse. Kikísérte a serifet az udvari, aztán visszament a házba, és megindult felfelé a falépcsőn. víz vérré válik. A fiú még mindig úgy feküdt az ágyon, arcra borulva, mintha aludna. Jól hallotta, hogy nyílik az ajtó, de nem kelt fel. Robin, mondta csendesen az öreg. Peterson volt nálam, és rossz néven vette, hogy nem üdvözölted. Robin felült, olyan volt az arca, mintha nagy fájdalom gyötörni. Ne haragudjon, nem akartam látni senkit. Senkit. Jeff figyelmesen nézte Robint. Értelmes, jellegzetes férfi arca volt. kiugró sasóra, sűrű, engedetlenül kemény, fekete haj, nagy, sötét szem és széles, de nem csúnya, energikus száj. Talán, ha ellenszenves, sápadt, bárgyú az arca, nem olyan szörnyű tény, hogy gyáva. de válasz, kisé túl hosszú termete még jobban aláhúzza ezt a szerencsétlen körülményt. Mi történt? A fiú összeszorult gégéje tiltakozott, hogy kimondja, de kényszerítette magát. Megvertek. Miért? Hagytad. Gyáva vagyok. Felállt és járt egy pár lépést. Beteg vagyok, mert ez már nem is gyávaság. Ha bántanak, ha ütni akarok, megdermed minden izmom. Az öreg sokáig gondolkodott. Gyere velem, mondta aztán komoran, és elindult. Robin követte. Abban a szobában voltak, ahol az imént Petersonnal üldögélt. Hozzá meggyújtotta a lámpát. Ő, Le! Mit akar? Meg tudod az igazat. Talán jobb lenne, ha elhallgatnám. Mégis megmondom. Nem bírom tovább. Kihúzott egy fiókot, és sokáig matatott mindenféle ócska holmi között. Aztán egy régi módi nagy ezüstórát vett elő. Felkattintotta a fedelét. Az édesanyád. Az óra fedélbe kép volt Egy finom arcú, szép, szomorú fiatal nő, karján kisgyerekkel. Robin különös arccal nézte. A gyermek az te vagy, két éves korodban. És ki volt az apám? kérdezte izgalomtól lüktető száraz torokkal. Az öreg az ablakhoz ment, kibámult a csendes éjszakai tájra. Ki volt az apám? ismételte a kérdést türelmetlenül. Holzen visszafordult és keményen mondta. A tigris. Robin elhülten nézte a képet, a szép arcú nőt a gyerekkel. A tigris. Már régen csak a híre élt az államokba. Elfogták még, amikor Robin kisgyerek volt, de a híre még ma is friss. Legendás hírű rabló volt. Mondjon el mindent. Megteszem. Lehet, hogy nagyon megbánom majd, de most úgy érzem, hogy rosszabb, ha hallgatok és Jeff Olsen elmondta a történetet. Az édesanyádet tekintélyes Hiller nevű ügyvédnek volt a lánya. Hiller Bostonban élt, és két lánya közül az egyik Jack Rover neje lett. Jack Rover akkor örökölte a híres Rover gazdaságot, amely azóta is nevad a legszebb farmjának egyike. Rover elvitte nyugatra a feleségét Lillian Hillert. A másik lány, Anna Hiller, velük utazott, hogy megismerje kis a nyugatot. Mint nővérének a vendége követte Róvert és csapatát. Útközben Tigris és az emberei rajtuk ütöttek. Elfogták valamennyiüket, váltságdíjat követeltek a hozzátartozóktól, és azt meg is kapták. De a Tigris beleszeretett Annába, és elrabolta. Valahol kikényszerítette, hogy összeeskessék Hüller lányával. Mások szerint Anna beleszeretett a fiatal rabló vezérbe. Ma már nem lehet tudni. Annyi tény, hogy a tigris nem követett el újabb gaztette. Eltűnt, elbújt valamerre, és nem találta meg senki egy évig. A tigris nem rabolt. Más néven, messze Kalifornia északi vidékén telepedett le a feleségével, mint tisztességes ember. Csendesen élt az asszonyjal meg újszülött fiával, de valaki felismerte és elmorta Rovernek. A Rover átlovagolt Kaliforniába, és a jó útra tért rablón rajta ütött egy üdöző csapattal. Fred Norwich, Jimmy Hall és egy Waller nevű orvos vezették a csapatot. Fred Norwich és Jimmy Hall akkor szegény állítók voltak. A vérdíjból gazdagodtak meg. Hiller a szenzációs újsághírek és a szemérmetlenül kíváncsi emberek elől elrejtette lányát a távoli Virginia államban. Anna csak ugyan megszerethette a tigrist. A férjéhez akart menni, a börtönbe. Erőszakkal lehetett csak otthon tartani. Ehhez nem volt joguk, mondta hevesen Robin, és a szeme szokatlan fénybe hevült. Halára ítélték, de kegyelmet kapott, mert a kaliforniai két csendes évvel bizonyítva látták, hogy jó útra tért már, amikor elfogták. A felesége még a tárgyalás előtt meghalt. Robin felkatintotta az óra fedelét, és merev, fakó arccal nézte a finom vonású szép nőt, aki a kisgyermekre mosolygott. Az anyja, nem érzett ellágyulást, csak mintha egy nagy hideg kő feküdne a szívén. Folytassa, mondta csendesen. Nincs mások hátra. A gyermeknek élettem a gyámja, és ez a gyermek te vagy. Igyekeztelek úgy nevelni, hogy a vér vízzé váljék. Mert, tudd meg, nem csak az apád volt rabló. A nagyapád, a dédapád, és minden ősöd az volt. Valamennyi olyan legendás bandita lett, amilyen ritkaság, Erő, vakmerőség, ész, idegvér, ügyesség, gyorsaság dolgába csodás hírük volt, és nagy kort értek meg, mert apád az egyetlen tigris, aki valaha rendőrkézre került. Ezért féltettelek. A tigrisek vére nem válik vízzé. Rettegtem, hogy egy napon kiüt belőled. Örültem, hogy gyáva vagy. Nem tette helyesen, meg kellett volna mondania, -e. Azt hittem, jót teszek veled, amikor azt mondom, hogy az unoka fi vérem árvája vagy. Még egyre feleljem, szakította félben Az a kép, amit látok, sikítás, lövés. Annak a napnak az emléke, amikor az apádat elfogták. Később még egyszer sikerült neki megszökni a börtönből, de cserben hagyta az ősi szerencse. Rover farmja környékén elfogták ott vadászott rá az üldöző mert tudták, hogy az első útja lesz Roveren bosszút állni. Aztán következett volna Fred Norwich, az egykori csapda állító, Backford Lane-ben, és utána felkereste volna bizonyára Jimmy Hart. De mielőtt még elérhette volna Rover farmját, urokra került, és életfogytigra arra ítélték. És miért tört rá Jack Rover akkor a tigrisre? Mert Szégyelte, hogy a sógor a rabló. A fiatalember arca merev volt és gipszfehér. Gépiesen cigarettázott. Azt hittem, ebegte a vénkobból, hogy jobb, ha megóvlak a múltól. Viszont látásra hozzám. Nem haragszom magára, mert jó volt hozzám mindig. Robi, hová mész? Nem tudja. Nem. Hát akkor megmondom. Kiszabadítom az apámat, és elintézem a fennálló számadásait. Megölöm Róvert. Jó szakát. Megállj! De mire az udvarra ért a fiú nyomába, Robin már elvágtatott. Peterson a serif csodálkozva nyitott ajtót. Az ördögbe! Jeff, mi történt veled? Ózen sápat volt, és remegett a keze. Beszélnem kell veled, Pet. Azt hiszem, nagyos ostobaságot követtem el. Figyel egy kort pálinkát, hisz rossz rád nézni. Olsen reszkető kézzel emelte szájához a poharat. Beszéltem a fiúval, és egy bolond ötletem támadt. Úr uram Isten! Micsoda? Előbb tudd meg az előzményt. Én Anna Hiller rokona vagyok. Anna Hiller? A tigris felesége volt. Igaz, emlékszem miután Anna meghalt, akkor már az öreg Hiller nem élt, élettem a tigris fiának a gyámja. Magához vettem a gyereket. Robin a tigris fia? Hallgass végig. A tigrist meglátogattam a börtönben. Az volt az első mondata. Jeff Holzen, megszököm minden, és akkor megölöm Robert, Jimmy Hell, Norwichot, de megöllek téged is, ha úgy neveled a gyerekemet, hogy meghalljon. Újabb pohárkával ivott, aztán rekedten folytatta. Akkoriban én messze innen, Missouri államban, Princetonban gazdálkodtam. A gyerek egy napon beteg lett, tüdőgyulladást kapott. Nem lehetett segíteni rajta, meghalt. Princetonban van eltemetve. Féltem nagyon az esetleg kiszabaduló tigris bosszújától. Akkor fogadtam örökbe a négy éves Robin. Waller orvos árvaságra jutott fiát. A gyerek árvaházba nevelődött. A körorvost a tigris hordája pusztította el, mert ő is Kaliforniába járt roverrel, amikor a tigrist elfogták. A szabadlábon élő rablók bosszút álltak és megölték vele orvost. Az ő fia volt az örökbefogadott gyermek. Robint elhoztam ide velem, ahol nem tudják, hogy meghalt a fogadott fia, és Robin elfoglalta a tigris fiának a helyét. Hiszem, hogy nem követtem el büntetve. N nem. De azért nem is tiszta a víz a pohárba. Ú, ma este jött egy őrült gondolatom. Hallgass ide. Felnyögött. Bántott a fiú gyávasága, mivel ön csak bizalmat beléje. Tudod jól, hogy mennyit fecsegnek átöröklésről. Gondoltam, az erőt ad majd neki. Azt mondtam, hogy ő a tigris fia. Megőrültél? Neki a bájpett. Most már én is bánom. De azt hittem, nem lesz más következménye, mint hogy a fiú erőt érez magában, a vérben. Tudod, az átöröklés. Pokolba az átörökléssel, ilyet nem szabad csinálni. Mit tudhattam én? A fiú szeme fényleni kezdett, gondoltam, mégiscsak visszaüti Tankonort. Azt hiszi, hogy retteget ősök természetét örökölte. Nem akartam mást, mint erőt és önbizalmat önteni beléje. És mi történt? Ó, oh, de bolond voltál, Oz! Awesome. Elmeséltem neki a tigris történetét, úgy, ahogy valójában megtörtént. Hogy Rover fogta el, és Fred Norwich, Jimmy Ha, meg a többiek. A fiúnak nyomban meg kell tudnia az igazat. Hol van? Olzen lehorgasztotta a fejét. Felejte hülye, hol a fiú? Késő, már elnyargalt. Hová nyargad? Kiszabadítja a tigrist. Mi? És megöli Rover, meg a többit. Dermed szünet. Ugráló, sárga petrólaumláng árnya remegett a falon és a mennyezeten. Aztán a sheriff megélénkült. Hé, Bob, Bob, te ördög a lovamat! Mit gondolsz, merre indult? kérdezte a sheriff Orzentől. Ha úgy van, ahogy mondta, akkor Denver felé, ahol az apja ül. Vagy fogsz Rover-t megölni. Azt mondom, Olzen, imádkozz, hogy utolérjük, mielőtt valami szerencsétlenség történik. Robin derék, jó lelkű fiú, és nem hiszem, hogy... Egy rémült vörös hajú lány jött lihegve. Mr. Petez, siessen, szörnyűség. Robin agyonlőtte Tom Connor, Bill hughes és Peter Wyomingot. Ördög elszabadul. Tíz óra tájba nyílt az ivó ajtaja, és belépett Robin. Egyenesen a söntés polchoz ment. Egy másodpercig csend lett, aztán nevettek néhányan. Valaki az asztalra csapott, és káromkodni kezdett. Adjon Sherry Témi, mondta Robin csendesen. Istenem, Robin, miért jött ismét, hiszen egy kort Sherryt akarta minni. Most Tom Connor odalépett hozzá. Nem mondtam, Robin, hogy ne gyere többé ide. Mondattam, de nem rendelkezhetsz velem. Te sem fogadnál szót, ha én tenném. Miért teljesíteném a parancsaidat? Felelte sendesen és nyugodtan. Azért kell teljesítened, mert erősebb vagyok, és elbánok veled, ha a sor. Érted? Hordd el magad! Nem vagy erősebb, mint én, Tom. Eddig még nem verekedtünk, csak te ütöttél. Ha most ismét erőszakoskodni akarsz, akkor megöllek és elfordult tőle. A serít, émi. Tom visszapenderítette a vállánál. Te! Tovább nem jutott. Talán, ha számít rá, hogy ellenfele megüti, akkor másképp történik. De nem volt elkészülve ilyesmire. Az ivóban tartózkodók csak azt látták, hogy Robin ökle kilendül, orron szájon találja Tomot, hogy az egyik távolabbi asztal alá Ez nagyon meglepet mindenkit. Tom előmászott az asztal alól, és rávetette magát Robinra de ekkor csodát láttak. A gyáva eléje ugrott, és a két test összecsapott. Tom megingott, és ütés ütés után zuhogott rá, hogy lecsegett a feje, míg végül egy rugás az ajtónak röpítette. Csörömpölve zúdult rá a széttörő üveg. Rondjáverve szédelgett, egy lépést tett visszafelé, és előrántotta a pisztolyát. A cső vége még a tartóba volt, amikor Robin lövése dörrent, és Tom elcsukló hörgéssel arcra zuhant. A revolver odébgurult és koppanva a kocsma polc lábának ütődött. Néhányan kiáltozva felugráltak. – Áj! – sűvített Robin hangja. – Gyalázatos módon belém kötött. Ezt nem tűröm többé. Értitek? Aki a fegyveréhez nyúl, azt lelövöm. – Ostoba tacskó! – kiáltotta Wyoming, és meglökte a karját, de egy rugást kapott, hogy elrepült. Bill Hughes kirántotta a pisztolyát. Robin félig elfordult helyzetéből, meglátta és egy lövéssel leterítette, majd nyomban a másik oldalra lőtt, mert Wyoming is pisztolyt rádott. Aztán kiejtette, és sikoltva elzuhant. Senki sem mozdult. A másodpercek alatt lejátszódó dráma mindenkit megbínított. Fullasztó lőporfüst köde feküdt a nagy részt romokba a heverő helyiségem. Émi kisúrant közben, és rohant a serifér. Láttátok, hogy mind a három ember rám támadt, fegyvert fogott. Bántani akartak, mert azt hitték, gyengébb vagyok. Ez gyávaság és aljasság. Jegyezzétek meg, mától fogva mindenki meghal, aki belém köt. Én a tigris fia vagyok. Elindult és az ajtóig ment. Senki sem mozdult, mintha hipnotizálta volna őket ez a jelenet, és különösen az utolsó szó, amit hallottak. Én a tigris fia vagyok. A küszöbről Robin visszafordult. Nem is jól mondtam, mert tigris vér nem válik vízzé. Tehát én a tigris vagyok. És elment. Sebesen ügettek. A lány mellettük lovagolt. Távol a kocsma előtt kis csődület látszott, az ablakon kiszűrődő fényben. Látszott, hogy jön Murphy, az orvos, leúrik a lováról, utat nyitnak, és besiet a kis táskájával. Meghaltak? kérdezte a serifre ketten nem tudom, Toma bal kapott, és úgy dőlt el, mint egy lisztes zsák. Peterson bólintott. Teli találat a szívbe. Az kész. Hozzá megszédült a nyerekbe. A serív elkapta és fogta, mint lecsúszik. Bátorság, Ozen, dörmögte közben, mert sajnálta a barátját. Még jóra fordulhat minden. Menj, siess, én nem tudok. Leült az árok szélére, fejét a tenyerébe hajtotta. A lova harabdált az útszéli poros fűből. Visszajövök érted, nyugalom Elvágtatott a lánya. A kocsma előtt szétrebbentek az emberek. A serif belépett. Jód és karbolszak. Véres vatta, gézrondyok. Törött szék, üvegcserép, elgurult edény, feldőlt asztal. Mintha töveng verekedés lett volna. Vajon még már magához tért bepójált karját a nyakába kötve tartotta. Hughes lehúny szemmel lihegett, a válla körül érte a lövés, a tüdején. A középpen mozdulatlanul halott fehéren vértócsában Tom. Szétvágott inge helyén kötés puposodik, itt ott már átvérzett. Murphy doktor az ötödik szíverősítő injekciót adta. Az emberek némán álltak. A serif először Murphyhez lépett. Meghal? Tomra mutat. Az orvos vállat van. Ha megéri a reggelt, van remény. A szíved súró tagolyó. Keleten egy nagyvárosba több esélye lenne. Nehez kórház kell, asszisztencia, sokféle orvosság, műszer. Valaki sürgönyözön, hogy a fiút szállítsák át Denverbe. Nem lehet szállítani. Hát jöjjön a legjobb Denveri sebész, mondd meg, mit hozzon műszert, orvoságot, asszisztest. Az annyi pénzbe kerül, hogy Olzen mindent fizet hughes lehet Denverbe küldeni? Ha beteg autót küldenek, és orvos is kíséri, azonnal intézkedj, hogy így legyen. Azután Émihez fordult. Ki kezdte a verekedést? Hát, Robin bejött, többen is kiáltozni kezdtek. Gyilkos gazember! Csend, mondta Peterson. Szóval bejött Robin? Igen. Kihez beszélt? És italt kért, folytatta Émi. Azután Tomhoz lépett. Nem, Tom idejött, és azt mondta, hogy menjen haza. Úgy. És ti itt eltűrnétek, hogy Tom haza küldjön benneteket? Dörmögés. Kisé meglepődtek. Az ördög vigye, ez a serif egy kígyó nyelvével kérdez, pedig valamennyien Robinra voltak dühesek. Na és? folytatta Peterzem. Robin erre lelőtte? Nem, azt mondta, hogy ne parancsoljon neki és ne bántsa, mert megöli. Ez eléggé bizonyítja. A bizonyítás a bíró dolga, hé! Szóval azt mondta Tomnak, hogy megöli, és utána a revolvert rántott. Nem, ugyanis Robin megvetően elfordult. És? És Tom megragadta a vállánál, visszarántotta. Úgy. Erre Robin lelőtte? Nem, megütötte. Verekedtek, és közben történt. – Micsoda? Robin kivette a revolverét és lelőtte Tomot, mielőtt az a fegyveréhez nyúlhatott volna? – Csend! – Ez fontos, ki nyújt először a fegyveréhez. – Ez a kérdés. – Tessék felelni. Ezt láttátok, és nem hiszem, hogy ilyen ügyben hamisan merészel valaki vallani. Öt évet ülni nem csekkéség. Kinyújt először a fegyverhez? – Hughes nagyon halkan mondta. – Tom! A serif Hugh-hoz fordult. – Amikor rád lőtt, volt fegyver a kezedben? Szünet. Fele, Hughes, hallják, amit mondani fogsz. Volt. És Wyomingra ő húzott először fegyvert? Nem. Akkor hát nem értem, mit követett el ez a fiú. Most előáll Burns. Nézd, Peterson, te jóban vagy az öreg ezért mosod fehérre Robint. Jó, hát nézzük, Álljon elő az, aki eltűri, hogy rángassák a vállát, és kiparancsolják a kocsmából. Van itt olyan köztetek? Hallgattak. Álljon elő az, aki nem használ fegyvert, ha revolvert rántanak rá. Senki sem mozdult. De, kiáltotta most az egyik, azt mondta, hogy ő a tigris fia. Nem hiszem, de ha így is van, itt eddig nem kutatták az apák bűnét adnál, aki becsületesebb volt. Kezdjük el most a múlt felhánytorgatását. Akinek az apja rabló volt, azt ne tűrjük itt ezután. Mi? Burns. Felej. Burns mélyen hallgatott. Tudták jól, hogy az apja hírhet rabló volt valamikor, de végre is régebben nem azért jöttek nyugatra. Szóval a többi derékfarmel is végeredménybe homályos múltú aranyásó, kalandor és egyéb kétes, nyugatra vetődött ős ivadéka volt. Látom, folytatta a serif, hogy ti az én működésemmel nem vagytok megelégedve. És igazatok van, Elfogtam ugyan három hetes hajsza után a behavazott sziklás hegységen Teddy Barbert, de ártatlan embert nem tudok romlásba vinni. Én nem vagyok Olzen barátja, hanem az igazságé. Tessék, választhatok új serifet. Levette a gombjukából a csillagot, és ment. Nagy hangzavar Egy tekintélyes farmer elé állt. Senki sem mondta, hogy más serifet akarunk. Az ördög vigyen el, ha nincs igaz kiáltott egy másik. Jó tudták, hogy Peterson mit jelentett a városnak. A jó serif ritka szerencse. Nagyon nagy baj lehet abból, ha az utódja nem megfelelő. De még azt is a szemetekbe mondom, kiáltotta a serif visszafordulva, hogy ti voltatok az okai a szerencsétlenségnek mert itt újabban szokás lett ütni és megalázni azt, akiről tudtátok, hogy nem üt vissza. Én most megpróbálom visszahozni robin mert ez tiszta önvédelem volt eddig, és nem hiszem, hogy képes lenne bűncselekményre. Egy riadt ember ugrott be az ajtó. Serif, siess! – Robin agyonlőtte Tex Brandon-t. Émi a össze. Tex Brandon az édesapja volt, aki délben a városba lovagolt. Döbbenten álltak. A serif ismét visszatette a jelvényét. – Fiúk – mondta – öt perc múlva legyetek itt lobom üldözőbe vesszük Robint, és elfogjuk. Élve vagy halva. Peterson a halotthoz sietett. Ott feküdt nem messze a kocsmától. Ha figyelnek, még a lövést is hallják. Tex Brandon szíven érte a találat, egészen közelről, ez világosan látszott az ingére lárakodott lőpor szemcséken. Nyomban meghalhatott, mert aránylag nem hosszú időt telt el a gyilkosság óta, és már hideg volt. Kilátta, Begins volt, a prém kereskedő, aki szemközt lakott az üzlete mögött egy kis szobában. Mi történt? Veszekedtek. Éppen az üzletbe jártam, hát kinéztem. Hord el magad, Robin, kiáltotta Brandon. Egyszer kidobtalak, amikor a lányomat kérted. Azóta tudhatnád, mit tartok rólad. Csak férfiakkal tárgyalok. Robin felé rugatott, mert lovon ült. Csendes, de fenyegetően lefolytott hangon felett az más volt, Tex Brandon. Azóta itt megváltozott a világ. Jól vigyázz. Itt a kocsma előtt gyakori a szóváltás. Nem érdekelt tovább, bementem a szobába. Egy perc múlva hallottam a lövést. Természetesen már is kirohantam. Robin már nem volt itt. Távoli lódobogás jelezte, hogy alaposan neki Tex pedig így feküdt mozdulatlanul. Közben innen is, onnan is fegyveresek tűntek fel lovon. A serif megvizsgálta a halottat, megnézte a sebet, aztán egy kézi lámpával addig kutatott, amíg megtalálta a golyót. A serif messze a környéken a legelső fegyverszakértők közé tartozott. Nem kolt, jegyezte meg egy közelben álló. Nem, sokkal vastagabb. Egyre többen álltak körülötte. Most utak nyitottak szélesen komoran valakinek, aki szárazon vezette a lovát. Egy hajlott hátú, megtört ember. Jeff Olzen. Peterson végre megállapította a golyóról. Ezt egy új típusú belga hat lövetűből lőtték ki. Hughes azonnal felkiáltott: Az egész környéken csak Robinnak volt ilyen pisztolya. Olzen lehorgasztotta a fejét. Ő hozta fél év előtt Szakramentóból a pisztolyt robinnak. Az emberek most már felszólítást sem várva lóra kaptak. De a serif még mindig a golyót nézte aztán odalépett Ozzenhez, belekarolt és félrevonta. Nem kell szólni arról, hogy Robin nem a tigris fia. Rajta nem segít már. Te csak bajba kerülsz. De ez enyhít. Én vagyok az oka. Ostobaság. Aki gyilkos, előbb-utóbb gyilkol. Aki nem az, annak mondhatsz bármit, nem öl embert. Én vagyok az oka. A kocspába még csak védekezett. Itt már ölt. Ha nem most, előbb-utóbb kiszabadult volna a gyilkossátán belőle. De akárhogy is, neki már nem használ, hogy így vagy úgy végzie. Te meg börtönbe kerülsz, ha kiderül, hogy a meséd idézte elő a szerencsétlenséget. Eregj haza, Olzen, és fogadj szót nekem, Hallgass! Hé, Pert, mennyi előnt adsz még a fiúnak? rikoltotta egy hang az éjszakába. Lovak topogtak, horkantak türelmetlenül. Zörgött rajtuk a szerszám. Olsen némán megszorította Peterson kezét, és lassan imbolyogva elbandukolt. A serif lóra ült, és az üldöző csapat elvágtatott az éjszakában. Délre értek haza. Tajtékzött, gőzölgött minden paripa, és az üldözők szürkén a portól halálos kimerültséggel eredmény nélkül érkeztek haza. A serif kivételével. Peterson nem adta fel a hajszát, Robin nyomát kutatta továbbra is ott, ahol eltűnt a szemük előtt, egyre halványodva a kemény talajba, a Mont Flower sziklás kanyarjai között. A serif a vacsoráját főzte, egy holt mederbe táborozott. A két magas part megvédte a hegységből fúvó szél ellen. Ha most utolérni a fiú, még segíthetne rajta. A kocsmai lövöldözését minden nyugati ember felmenti. Még New Yorkba se ítélhetik el, ott sem bűn, ha valaki lő, amikor fegyvert fognak rá. Hogy agyonlőtte azt a gazuzsorást? Ez ez súlyos, ezért felkötik. De ő Peterson tudta az igazságot. A fiúnak őrült módon felkavarták a vérét. Gonosz ember, ha gyilkodni tud, de nem lehet elítélni, csak ha Olzent is a törvény elé állítja. Jól látta a fiú nyomát a kövek között is. Olyan szeme volt, mint valami vén indiánnak. De az üldöző csapat előtt úgy tett, mintha ő se tudná a sziklák között felfedezni a patanyomokat pedig az apró törmelékek jelzik a helyet, ahol a lópatája megütötte a követ. Nem akarta, hogy a fiút meglincseljék. Ezért az gyilkosságért, amire Olzen őrültsége mentő körülmény futni hagyja. Megmondja neki az igazat a tigris fiáról, ad 200 dollárt, ami nála van, és fusson szerencsétlen keletre. Nem feküdt le. Vacsora után lóra kapott, és sebesen igyekezett Robin után a sziklába kanyargó ösvényen hajnalra félholtan a fáradtságtól Beckford Lane-be ért. Kis helység volt ez a Toronto River partján. Egyetlen fő utcáján még nem járt ember. A serif egy lélekkel sem találkozott út közben. Különös, mert errefelé az emberek előbb kelnek fel, mint a nap, hiszen minden ház egy kis gazdaság. A fő idénye ez a hónap a munkának. A serifre rossz előérzet nehezedett. Végre a vegyes kereskedés előtt megpillantott egy asszonyt, a kis sietett. – Jó reggelt! – köszönt Peterson. – Hol vannak Backford Lane lakosai? – kérdezte Téfásom. – Úton – felelte az asszony. – Egy gyilkost üldöznek. Az éjszaka érkezett. Behatolt Fred Norwich házába, és álmába agyonlőtte az öreget. A serif torka összeszorult. – Mi? Hát csak úgy belővagolhat ide valaki, és meglepi álmába az öreg trappert, mint valami gyereket? – Ettől kitelett. A tigris fia még arra is ideje volt, az áldozat vérével a falra Tigris fia bosszút állt. Ugyanis az öreg trapper vezette nyomra valamikor a tigris üldözői. Hogy jutott be Fred Norwich házába? Senki sem tudja. Lövésdórend, a kertész rohant be elsőnek a házba, de valaki fejbe csapta, hogy lerogyott. Aztán néhányan egy vágtató alakot láttak, de csak másodpercekre. Mikor történt? Három óra felé. Még nem volt háromnegyed, de fél már elmúlt. Peterson nagy lélegzetet vett. Aztán hirtelen eszébe jutott valami. Hol a posta hivatal? Ott a kútnál. Megsarkantyúzta a lovát, és a postához vágtatott. Berohant. Hé, ki van itt? Egy álmos szemű fiatalember mászott elő valahonnan. Na, ez volt a köszönés és a felelet. Sürgönyöz azonnal Torontóba. Minek? És ki maga? És... Serif vagyok, és ha egy másodpercet késel, akkor börtönbe kerülsz, ostoba. A fiú dörmögve a távíróhoz jut, és jelzett Torontónak. Peterson diktált. Kezd! Jimmy Holt figyelmeztessék nyomban. Stop. A tigris fia útba van, hogy megölje. Stop. Peterson serif. Stop. Megvan. A serif megigazította jókora ezüstóráját, és elindult. A küszöbön megállt. Hány óra? Öt óra húsz, felelte a fiú, és még hozzátette. De kérem, ki fogja ezt megfizetni? Az állam, és kattogás. Mi ez? Úgy látszik válasz, felelte a fiú, és a szalagról olvasta a jelzéseket, ahogy végigfuttatta a kezén. Toronton, 5 óra, 18 perc. Jimmy Hawk fél óra előtt ismeretlen tettes lelőtte. A serif úgy járt felé és alá, hogy szinte rezgett bele a kis posta épület. A távirász fiú ásított. Visszafeghetek, ura! Az éjszaka vendégségbe voltam. Táviratoz! Olyat kiáltott, hogy a fiú rémülte leült a gép mellé. Folkston! Jack Rover! Siess! Folkston! Nézegetett egy füzetet. Nem találom, uram. Van Fordmont, Mon, Forsmont és Jelston. Nem lesz jó valamelyik ezek közül? A seri folyat kiáltott, hogy a fiú megdermedt tiettébe. Nem! Akkor mit tegyek? Sürgönyöz Bexonville-be! A fiú már is kapogott. Azonnal lovas, küldöncöt indítani, diktálta Petterzen. Foxton, Rover Farmra. Stop. Üzenet. Tigris fia útban van. Stop. Rovert akarja megölni. Stop. Eddig három gyilkosságot követett el. Stop. Rendkívüli, elővigyázat, ajánlatos. Petterson serif. Kész? Igen. Már is kiróhant és lóra kapott. Amikor a helyiség határába ért, egy pillanatra megállt. A kormányzó. Hű! Ma érkezik körülcsesorán során Birkenbe, az ő körzetébe. Annyira mozgásba hozta a váratlan tragédia, hogy elfeledkezett a kormányzóról. Bármennyire szerette volna is tovább követni Robin nyomát, visszafordult és sebes igyekezett Börkem felé. A kormányzó már bizonyára megérkezett. Szép dolog, a serif ilyenkor nincs ott a pályaudvaron. Holtra fáradt lovon érkezett meg délután, egyenesen a Börkemi örházhoz, ahol olyan ritkán állt meg a vonat útba az Atlanti és csendes óceán között. Elkésett, ott állt már a kormányzó külön vonata, és sok-sok ember fogta körül. A serifet bántotta a kötelességmulasztás, bár mentsége volt. Leugrott a lóról, és sietett a szalonkocsihoz. Az emberek utat nyitottak, de a kormányzó vidám, körszakálas arca csak nem tűnt fel. Ott állt a fűtő, a mozdonyvezető, egy titkár, egy kedves fiatal nő, hantön kormányzó felesége. Peterson oda sietett, és mélyen meghajolt. Bocsánatot kérek, de egy rablógyilkost üldöztem. Na, most nem erről van szó, Pat mondta Burns mellette. A kormányzó nem érkezett meg. Miért? Robin, a tigris elrabolta. Robin az alagút előtti kanyarba várt. A lovát messzebb egy fához kötötte. Cigarettázott. A nyugodt éjszakába messze lenne a völbe, üldözők nyüzsögtek. Minden idegesség nélkül nézte. Amióta vérébe érezte négy rabló generáció szerencséjét és erejét, azóta semmiféle ingerrel nem hatott rá a kockázat. Ez a sorsa, az öröksége, mint ahogy a farkas ragadozónak, vadnak és kegyetlennek teremtette a természet. Hiába védekezne ellene. Vér nem válik vízé. A hatalmas, békés, boltozatosnak tűnő csillagos égre bámult, és hanyat dőlt a füvön. Millió tücsök ciripelt, és a szelit suhanás, amelyel olykor a finom alkonyi áramlás átrezgett a fákon, megborzolta a leveleket, hogy emberinek tűnő halk susogás vibrált Robin felett. A szíve azért nehéz volt, ahogy így felmerett a boldog szép nyári égre. Nem is a szívén érezte ezt a nyomasztós súlyt, hanem a szíve helyén, ahol mintha egy halott, mozdulatlan kő feküdne most. Tompa dübörgés közeledett. Robin eldobta a cigarettát és felemelkedett. Lóva figyelmeztetően horkant, és kapált néhányat ez egyik melső lábával. Csendesen, Rainbow, mondta Robi, és a ló megnyugodott. Nyújtott fűtje hogy a vonat alagúthoz ért, és sikoltva tapadtak a kerekek a sínhez. A kanyar előtt fékezett a mozdonyvezető. Aztán kiragyogott a bokor mögül a fényszóró. Robin még sohasem ugrott föl vonatra, és mégis úgy érezte, a vérében élő rablőjösök gyakorlatával biztosan kapta el az utolsó kocsi vaslétráját. Fent volt. Gyorsan kellett cselekedni. Két detektív beszélgetett a folyosón, az egyik szivarozott. Robin behúzódott a lejárat mellett kiszögelő vasfal mögé. Két revolvert vett a kezébe, az egyiket csövénél fogva. A detektívek saját fülkéjük előtt álltak. Feljebb nyílt egy ajtó a szalonkocsiba. Itt lesz együtt a kormányzó és a családja. A csövénél fogott revolverrel villámgyorsan főbe sújtotta az egyik detektívet, hogy lerogyott. A másiknak neki szegezte a jobbjában lövésre kész revolvert. Fel a kezekkel, mert a rajtaütés sikerült. A detektív nem tehetett mást, engedelmeskedett. Adja ide a karperecét. De én? Ne próbálkozzék semmivel, a tigris fia vagyok, jó tudja, mit várhat. Szó nélkül odadta a karperecet. A bilincs kettjett. Robin tette a pisztolyt, elvette mindkét ember fegyverét. Az alétat is megbilincselte, összekötözött lábbal betömött szájjal az egyik fülkébe zárta őket. Aztán továbbosonta a folyosó. A másik kocsi termes volt belátott az átjáró üvegajtaján. A hatalmas, vidámarcú Hampton és a felesége egy út társaságába vacsoráztat. Aztán felfedezett még egy szemét, mégpedig közel. Az átjáró folyosón, az ajtó mellett, ahol Robin állt, egy lány kinézett az ablakon. Jó tudta, hogy hantonnak van egy lánya. Gyorsan papírra vetett néhány sort, a földre dobta és átugrott a lány mellé a folyosóra. Lezárta kívülről a termes kocsiba vezető ajtót. Mi az? Mi történt? Csikorgás, hatalmas lökés. Mindenki elveszti az egyensúlyát. Robin megrántotta a vészféket. A lány egy revolvert lát az arc előtt. A vonat alig mozog. A vagon kicsapódik, és a támadó leúrik a kocsiról, félkarjával a lány fogja. Csak most kezd csikortozni, de a férfi könnyedén felkapja és fut. Néhány lövésdőrre mögöttük. A kormányzó és titkára először egymásra zuhantak, amikor a vészfék működésbe jött. Aztán sikolyt hallanak, az ajtó le van zárva. A titkára fülke ablakon át két lövést le, de Hanton félre csapja a kezét. Őrült, a lányt is eltalálhatja. Egy váltaszítással feltörik az ajtót. Hát ez mi? Levél. Nagy fehér lap fekszik a földön. Hanton gyorsan átfutja. A kormányzó szálljon le, a domtetőn várom. Ha öt percen belül nincs ott, megölöm a lányt. A vonat fusson tovább Börkemig. Ha útközben megáll, akkor megölöm a lányt és a kormányzót is. A domtetőről Börkemig látok. A tigris. Azonnal kezdte a titkár. Várjon, Smith, mondta a kormányzó. Először is a feleségemet tegyük fel ide az ülésre. Az asszony közben elájult. És most? kérdezte Smith. Most pedig megtesszük az egyetlen lehetséges tennivalót. Egy másik tigris A lány nem sikított, nem is kapálódzott. Törte, hogy az ismeretlen, aki cserjéken, bokrokon átgázolt, vigye. Az első ijegység után tisztában volt vele, hogy ellenkezéssel nem mehet semmire. A dombtető lábra állt. Az ismeretlen megfogta a csuklóját. – Viselkedjék nyugodtan! – figyelmeztette a fogját. – Mit akar tőlem? – az apjának levelet hagytam. Bizonyára megtalálta. – Mit mond? – csodálkozott a lány. Vak sötétben álltak, mozdulatlan fák között. – Levelet írtam Hantonnak. felelte a támadó. – Mit írt? – Hogy jöjjön ide tárgyalni velem. – És ha nem? – Akkor megölöm magát. Nincs veszíteni valón. A lány megborzott a nyugodt, szinte szelít hangtól, amivel a férfi ezt a lehetőséget közölte. Zaj hallatszott, egy messzes, istergő kémény fúvás. Indul a vonat, mondta döbbenten a lány. Igen, én rendelkeztem úgy, hogy a vonat előre menjen, és ne álljanak meg Börkhemig. Az apjának pedig ide kell most jönni. A lány nevetett. Mit nevet? Csodálkozott Robin. A kormányzó nem fog jönni. Ha a lányáról van szó? Én nem vagyok a lánya. Robin meghökkent. A vonat tisztán látszott a holdfényes fényes kanyarban. Most mi lesz? kérdezte a lány. Megöl? Zörgés hallatszott. Robin előrántotta a pisztolyát és várakozóan a hangirányába fordult. Egy tömzsi ány lépett elő a bokrok közül. Tegye el a revolverét, nincs fegyver nálam. A kormányzó volt. A vonat az óhaja szerint tovább megy bölkemig mondta Hanton. Robin a lányhoz fordult. Ön nem mondott igazat, amikor azt állította, hogy nem vagyok Mr. Hunton lánya? Ez igaz, a lányom lefeküdt. És én csak vendége vagyok a kormányzó úrnak. De ez nem ok arra, hogy ne tegyek meg mindent önért éppen úgy, mintha a lányom lenne. Teljesíteni kell a kívánságomat. Mennyit akar? kérdezte Hunton. Figyelmeztettem magát, hogy nem vagyok gazdag. Nem pénzre van szükségem. Tehát? Robin egy pillanatást vetett a távolba. Jól látta a vonatot, egy kis emelkedésre kapaszkodott fel a mozdony. A hold most a három embert is megvilágította, feldeszőkben, ahogy lejjebb siklott a mennybolton. A kormányzó közben a rablót figyelte. Szomorú, markáns férfi fej, értelmes homlok. Ha ez a hideg elszántság nem tenné merevé a vonásait, senki sem hinné, hogy rabló. A lány is ilyesmit gondolhatott. Leült egy kőre, és úgy nézte Robint. – Maga rabló? – kérdezte Hunter. – Igen. – Miért írta, hogy maga a tigris? – A fia vagyok. – És mit kíván? – Jogában áll önnek, kormányzó úr, kegyelem útján, vagy más módon szabadon bocsájtani egy rabot? – Hm, nem. ez jogomban áll, de csak nagyon indokolt esetbe tehetem meg. – ne nyúljon a zsebébe, mert lelövöm. Szivarra akartam gyújtani. Robin pisztolya csövét Hunton homolokának irányítva kivette a kormányzó zsebéből a szivartácáját, és odatta a saját gyufáját. Közben úgy helyezkedett, hogy a lányt szemmel tartotta állandóan. Ő jön oda a kisasszony mellé. Nem beszélt gorombán, csak határozottan, és egyetlen felesleges szó nélkül. A kormányzó leült a lány mellé, és hosszú szívott a szivarból. Piros fény parázslott fel az arca előtt. Szóval, mit kíván? 24 órán belül bocsássa szabadon a tigrist. Én most felmegyek a lányjal az öreg szélszakadékhoz. Honnan beláthatom a két hegyi utat? Ha üldözők közelednek, sokkal előbb észreveszem őket. Most három óra van, még igazítsuk össze az óránkat. Felesleges, mondta Hunter. Az enyémen is pont három. Helyes. Ha holnap éjjel két órára nem érkezik az apám az öreg szélszakadékhoz, akkor a túszt megölöm. Egyforma csendes, nyugodt hangon beszélt. A lány egyre nézte a kissé szomorú merevarcot. A kormányzó idegesen dobolt a térdén az ujjával. Ez lehetetlen. Meg fogja tenni. Miért csak most foglalkozik az apja ügyével, hiszen már... Csak tegnap tudtam meg, hogy a tigris fia vagyok. Vírrat. A csillagok kisebbeknek tűntek, beleolvadtak a derengés szürke árnyalatába. A kormány biztos soká gondolkodott, aztán felállt. Ragaszkodik ahhoz, hogy a vendégemet magával vigye? Igen. Akkor is, ha a szavamat adom rá, hogy megkegyelmezek a tigrisnek? Robin a távolba nézett. Most már a lapájon futott a vonat Börkemhez közel. Én senkiben sem bízom. A tigris fiát becsapni nem bűn. A lány közbeszólt. Ha csak ugyan teljesíti Mr. Hunton, amit ez az ember kíván, akkor hagyjon vele nyugodtan magamra. Nem félek. Robin egykedvűen állt. És mit fog tenni, ha kiszabadul az apja? kérdezte Hunton. Rabról lesz továbbra is? Mit tehetnék? Ami az apám és a nagyapám volt. Vér nem válik vízzé. Hallgattak. A madarak már ébredeztek. Itt is, ott is csicsergés hallatszott a lombok közül. Én nem hiszem, hogy magából olyan fajta rabló váljék, mint a tigrisből. Ismert az apját személyesen? Nem emlékszem rá. Négy éves korunkban elszakadtunk egymástól. Maga nem olyan, mint ő, nincs az arcvonásában kegyetlenség. Azt a rabló életvési fel, idővel. Ha szabadon bocsátom az apját és tisztességes ember akar lenni, ezt a mai napon leírom a számadásáról. Ez szép öntől, Mr. Hunton, felelte, de még számolnom kell valakivel. Bosszú? Igen, nekem anyám is volt. Most felfény lett a szeme egy másodpercre, sárgás, furcsa villanással, mert Jack Roverre gondolt, aki rátört a szüleire akkor. Lehet, mondta a kormányzó, hogy tévedtem, és magad csak ugyan méltó utód. A reggelben nedvesen csillogt az a fűszálak is, rózsaszínű sugárzással az ég alján bejelentette érkezését a nap. A kormányzó lassan lement a dombról, és a lány ott maradt Robinnal. Önnek mi a neve? kérdezte a rabló. Molly Rover vagyok. Jack Rover, Foxtoni Farmer lánya. Rover? Mint ha volna. Ön, Rover lánya? Igen. Ismeri az apámat? Hallottam már róla. A lány semmit sem tudott arról, hogy Rover fogta el a tigrist. Különben nem mondta volna mindezt ilyen nyugodtan. Ez világos volt Robin előtt. Azt látta Móli, hogy a férfi arca lassan szürke és merev lesz, mint a kő, de hogy mi okozza ezt a felindulást, arról sejtelmesen volt. Most elmegyünk innen, szólalt meg Robin szinte suttogva. Lehet, hogy üldözni fognak. Senki sem fogja üldözni, felelte Molly Rover. A kormányzó a világ legjellemesebb embere. Robin nem felelt, csak a kezével intett és félreállt az ösvényről, jelezve a lánynak, hogy induljon. Szótlanul mentek, elől Molly, mögötte a férfi. Amikor odaértek, ahol Rainbow várakozott, csendesen a fák között, Robin megszólalt. Üljön fel a lóra, és ügesen lassan előttem. Ne próbáljon menekülni, ha egyet füttyentek, Rainbow megfordul, és hozzám siet. Szép, téli, napsugaras reggel volt, és a két szótlan utas lassan haladt a hegyek felé. Az öreg szélszakadéknál Az örökös hó vezető régiói felől friss, jeges ízű szellő fújdogált. Az öreg szél szakadék körül fenyőfák zöld bozótok dúsora nőtte be a csúcsot. Innen kétös fény vezetett a völgybe. Az egyik keleti irányba, a vasút mentén húzódó helységek felé, egészen a Csintó folyóig. Ez volt a legszélesebb. A másik elhanyagolt keskeny csapás a nyugati lejtőn kanyargott, elhagyatott vad terméketlen lapájra a Bölények földjére, ahol valamikor egy indián department volt, államilag védett terület a leigázott komancsok és szíjuk számára. De a Bölények kihaltak lassacskán, és az indiánokat is átköltöztették délebre az elátkozott Bölények földjéről. E két ösvényen kívül az öreg szélszakadék megközelíthetetlen volt. Ormótlan, bazalt kiugrói húsz méteres sima falakkal folytatódtak a hegy lábáig. Egy menedékházszerű viskó állt a szakadék mellett. Vadászok, serifek, de legsűrűbben rablók tanyáztak itt átutazóba. Móli egy hosszú padon ült és nézte a fiút, aki tüzet gyújtott és vizet tett fel egy lábasban. A nap már rézsút hajolt az égen, közeledett az alkony. Összesen tíz szót sem beszélt hozzá Robin, amióta elindultak bölkem környékéről. Délben szalonnát sütött kettőjüknek, aztán egy zsákból szénát szólt a széles fapadra, és leterítette pokróccal. Ha fáradt és pihenni akar, kimegyek a kunyhó elé. Köszönöm, nem vagyok fáradt. Ezt körülbelül fél négykor kérdezte, és azóta nem szólt. Fél hat lehetett, amikor feltette a vizet. csak kenyeret a kávéhoz? Köszönöm, nekem mindegy, én nem vagyok éhes. Úgy hallom, hogy keleten ilyenkor is villás reggeliznek. Uzsonnáznak. Erre felé nem esznek délután? Nem. És minden tréfás hangsúly nélkül hozzátette: Legfejebb isznak. Móli nevetett. A férfi ez meglepte és felnézett. Aztán kávét szólt a gőzölgő vízbe. A lány is csodálkozott magába. Adva van egy fiatalember. Ijesztően nyugodt, komor és elszánt. Valami rettegett tigris nevű rabló nevét viseli. Megkötöz két titkos rendőrt, feltartja az expresszt, elrabol egy nőt, terrorizál egy kormányzót. Aztán kávét főz a rabnak, mert úgy hallotta, hogy keleten ilyenkor is étkeznek. Tessék! Köszönöm! Ott állt előtt a gőzölgő ital és néhány pirított kenyérszelet. Ha már ennyire udvarias a fogjához, akkor kérem, hogy usonnázzék maga is. Keleten a délutáni kávét ritkán is az ember. És helyet mutatott. Maga mellett a padon. Nem iszom kávét, felelte röviden Robin, és az ablakhoz ment. Lenézett a lejtő felé, aztán kitekintett az ajtón, ahonnan a másik ösvény látszott. Móli nem vette le a szemét Robinról. Valamit nem értett. Miért balátságtalan vele a férfi? Ő itt csak túsz. Miért nem ül le melléje? Miért nem iszik kávét vele? Miért húzódik el a közeléből komora, ridegen, barátságtalanul? Nem udvariatlan, sőt, inkább jól neveltnek látszik olykor. Nem is bánik rosszul vele. Gondoskodik mindenről, szinte tapintatos. Lerideg, barátságtalan. Mintha gyűlölné. Most az östvényt nézi szomorú, mozdulatlan pillantással, és az arca, mint a kő. Akkor látta ilyennek, amikor ott álltak a vonat közelébe, és a kormányzóval tárgyalt. Mr. 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 Tigris? mondta, és elpirult, mert érezte, hogy ez nevetségesen hangzik. Maga dühös rám valamiért? Nem. És az ösvényt nézte ismét, aztán lesöpört a tűzhely a hamut, és megtörölte a lábast. A lány újra megszólalt. Szeretne sok pénzt összerabolni? A kérdés olyan naív és gyerekes volt, hogy Robin bizonyára elneveti magát, ha nem fekszik az a jégdarab a melkasába, amely Jeff Olsen elbeszélése óta dermeszti belülről. Nem akarok sok pénzt. Hát akkor miért rabló? Annak születtem. A nap leszállt, és parás sugarakkal vonult ki a kunyhóból. Hosszú árnyak lopakodtak elő minden sarokból, és egyre nyúltak, ahogy mind lejjebb süllyedt a nap. Ha kiszabadul az apja, akkor rabolni mennek? Nem, bosszút állni. Az apámat elárulta valaki. Annak az embernek meg kell halni. Móli elgondolkodva játszott egy kenyér Hát, ha valaki rendőrkézre juttat egy rablót, az nem érdemel halált. Nem rablót juttatott rendőrkézre, hanem valakit, aki rabló volt, de megjavult. A tigris akkor már régen nem követett el bűnt, dolgozott, a feleségének és a gyermekének élt. Akkor csak ugyan nem tette helyesen az az illető, ha rendőr juttatta. Robin nem felelt, kifejezéstelen arccal nézte a lányt. Aztán újra a keleti ösvény felé fordult. A mélyvörös sugarak a nyitott ajtón keresztül megvilágították az arcát, a homlokát, és ez a fény elvette a vonások keménységét. Csak szomorúnak látszott. Nagyon szomorúnak. Milyen szép férfi, gondolta Molly, de nem erőszakolta a beszélgetést. Véletlenül azonban Robin szólalt meg. Hová készült most Miss Rover? Az apámhoz. Faustonban gazdálkodik. Mindössze kétszer voltam ott az elmúlt tizenöt évben. Miután hiába várta, hogy a férfi valamit megjegyezzen erre, folytatta. Intézetben neveltetett az apám. Karácsonykor mindig New Yorkba jött, és együtt voltunk. Öt év előtt először voltam otthon látogatóba, és akkor valami verekedés, lövöldözés kezdődött. Nagyon vadvidék Fauston, messze van minden nagyobb várostól, és az emberek is sokkal elszántabbak arra felé. Derűsen gondtalanul csevegett, és vidám diákos arca olyan ártatlan barátságos kifejezéssel fordult a férfi felé, hogy Robin nem állt a tekintetét, és a naphelyén szétfoszló ibuja színű fénymaradványokat nézte mereven a szemközti felhőgalléros csúcsok felett. Most sem akarta apa, hogy jöjjek, de már vágyódtam utána, és karácsony oly messze van. Mi nagyon szeretjük egymást. Robin ismét feléje fordult. Miss Rover, azt hiszem okosabban tenné, ha visszamenne New Yorkba. Molly annyira meglepődött, hogy nem bírt felelni. Foxton környékén úgy hallom félelmetes események fognak lejátszódni rövidesen. Móli megijedt. Ezt komolyan mondja? Biztosan tudom, hogy így lesz. A duzzasztó miatt? Mi? Nem értette, amit a lány mondott. Hát nem tudja, miért lesz ez a félelmetes valami? kérdezte felelet helyett Robint. Nem tudok, közelebbi, de jó lenne, ha visszafordulna. Ha apát veszély fenyegeti, visszaforduljak? Ezt nem gondolja komolyan. Hallgattak. Az égen már feltűnt néhány korai csillag. A fiatalember a táskájába kutatott valami után. Nincs semmi nálam, amivel világíthatnánk, mondta aztán. Nem félek a sötétben már csak ányvonalakban látták egymást. – Bizonyára a zsilip miatt lesz felfordulás. – Miféle zsilip? – Apa szeretné Foxton vidékét közelebb hozni a világhoz. Villanyvilágítást akar, és ehhez energiaforrás kell. Ezért egy duzzasztó gátat épít a folyóra. De senki sem akarja. Kúcsa emberek élnek ott, féltik a legelőket. Robin nem is figyelt oda. Az ösvény felé nézett. Szerette volna, ha már itt lenne az apja. Idegenszerű, furcsa, fájdalmas érzés fogta el. A tiglist várja. Az apját. A lány megérezte, hogy Robin mire gondolhat, mert az a könnyedség, amelyel helyzetét felfogta, lassanként elmúlt. Korom sötét volt a kunyhó belsejébe, és az esti párától átnedveselő fénygerendák szaga rá nehezedett a levegőre. Mégiscsak egy vademberrel volt itt egyedül a sötétben. – Már itt lehetne? – kérdezte halkan. – Már több, mint két órája. – hallatszott a láthatatlan utitás hangja valahonnan a sötétből, keményen. – Soká hallgattak. – Akar vacsorázni? – Nem – felelte Móli csendben. Jufa sercent és egy cigaretta látszott aztán, ahogy időnként felfény lett. Megetettem rainbow -t. Robin kiment. A lány most még jobban félt. A hegyi kunyhó halkneszei, rákcsálói ijesztővé tették a sötétséget. Az ablakon át látszott a holtalan, szürkészöld éjitáj, a felhőgalléros örökóval fedett csúcsok, és néhány csodálatosan fényes csillag a hegyóriások kristályos légkörén át. Recsent a küszöb. Robin visszatért. Leült valahol a földre. És, és, ha nem érkezik meg az apja két órára? Várunk háromig. Hallgattak. Molly torkából nehezen jött ki a szó, amikor ismét megszólalt. És ha háromig sem jön? Ha nem jön egyáltalán? Csend. Megöl? Robin nem felelt, nem tudott felelni. Ő is feltette magának a kérdést, mi lesz, ha a kormányzó nem áll szavának. Megölni Rover lányát? Megtehetni. Rover rászolgált a bosszúra. Miért nem felel? Megöl, ha a kormányzó nem teljesíti a kívánságát? Finom, fehér sugárszálak hullottak be az ablakon. Jött a hold a távoli csúcsok átlátszó pára koronái mögül. A furcsa kunyhó belsejébe halvány derengéssel oszlott a sötétség. A lány már látható volt. Robint még eltakarta a homály. Nem fogom megölni, felette végül határozottan. Elviszem magammal, és a foglyom lesz, még nem teljesítik a feltételt. A lány megkönnyebbülten sóhajtott. Miért mondta Hantonnak, hogy megöl? Azt hittem, képes leszek rá. Nem lehetséges, hogy más feltevésekről is kiderülhet ilyesmi? Talán mégsem örökölte a tigris természetét. Az apámról sem hallottam, hogy asszonyokat gyilkolt volna. És hová fog vinni? Robin nem felelt. Az ösvényt nézte a nyitott ablakon keresztül. Ízó fehér fény világította meg a szerpentint végig, messze a völgyben nyúló hágóig. A lány elaludt. A friss hegyi levegő, a szokatlanul hosszú út, amit lóháton kocogott végig, kimerítették. Homloka az asztalhoz koccant. Úgy maradt, és mély álomba merült. Zűrzavaros szaggatott képek nyomasztották. Lovon vágtatott. Üldözték. Revolverlövések. Az apja kiabált izgatott kobbolyokkal. Készen állt a zsili, és Robin lelőtt valakit, aki ott feküdt a kiszáradt mederbe. Rémülten ugrott fel. Valaki megérintette. Már virradt, a kunyhóban világos volt. Robin állt mellette. Megszabadult Miss Rover, hozzák az apámat. A közeli kanyarban egy ember tűnt fel, aki az öreg szél szakadékhoz igyekezett, és egy katona elmaradt mögötte. A vén tigris kiszabadult. A két tigris útra kell. A kormányzó igen rövid ideig tartózkodott Börkemben. Az üldöző csapat, amely a serif vezetésével az eltűnt kormányzó nyomát kutatta, az út kezdetén találkozott Huntonnal. Örömmel fogták körül, de a kormányzó nem hagyott időt ünneplésre. Valaki nyargoljon előre, hogy a vonat álljon készen, visszautazunk Denverbe, azonnal. A kormányzó a felajánlott lovon kisé távolabb a többiektől a Sejv társaságába ügetett Bölken felé. Egy veszett fickó megállította a vonatot és elrabolta a társaságunkba utazó hölgyet. Sajnos nem fogtam el, az ő üldözéséről tértem vissza, amikor befutott a vonat. Mit tud erről a fiatalemberről? Csak ugyan a Tigris fia? Petersön nagyot nyelt. Most kellene elmondania, -e, hogy Jeff Olzer ostobasága idézte elő a katasztrófát. Ez nem bizonyos. Itt élt egy ideig Börkemben, szelid, sőt, gyáva fiatalembernek hitték. És most egyszerre... Hogy került Börkembe? Egy Jeff Olzen nevű farmer hozta magával. Nevelt fia ennek az Olzennek. Tegnap este kezdődtek Robin szörnyűségei, és szégyenében, bánatában az öreg Jeff elutazott keletre. Orvoshoz kellett mennie a szívével. Ez Peterson ötlete volt. Amikor meghallotta, hogy mi történt a kormányzó vonatával, néhány sort írt Olzennek, és a néger szolga elvitte. Azonnal utazzel, el, és legalább két hónapig maradt távol Börkemtől. A fiú végzetes ostobaságot követett el. Megteszem érte, tőlem tellik, de nincs sok remény. Ha bajba kerülsz, azzal nem segítesz rajta. Indulj nyomba! Pet Az egyik cseléd átvette a levelet. Olzen másnap eltűnt Börkemből. A kormányzó csak röviden érdeklődött az előző nap eseményei felől, és azonnal beszállt családjával együtt a szalonkocsiba. A kisvonat teljes sebességgel indult vissza keletre. Peterson közölte Börkem lakóival, hogy Robin üldözésére indul. Lehet, hogy soká elmarad. Péter ha fogja helyettesíteni. Másnap délelőttig 22 mérföldet tett meg egy folytába. Az első kocsmába, ahol megpihent, a Denverből érkező reggeli labban óriási betűs hirdetést olvasott. Az életfogytiglani rabságra ítélt tigris elszökött a börtönből. Apa és fiú együtt indulnak újabb gaztettek elkövetésére. Tízezer dollár jutalom annak, aki élve vagy halva készre keríti őket. A kormányzó dolgozó szobájába egy őszbecsavarodó harcsa bajuszó ember ült szemben író íróasztalával a válasz zömök ötven év körüli egyén jó állapotban lévő, de igen gyűrött ruhát viselt. Mintha ez az öldönt hosszabb ideje raktárba hevert volna, mielőtt ismét felvették. Maga két hét múlva szabadulna csak békör, de olyan rendes maga viseletű rab volt, hogy már ma elbocsátották. Nagyon hálás vagyok. Nem csak az a szándék vezetett, hogy megjutalmazzam. Nekem szükségem van önre. Ez esetben számíthat rám, Mr. Hunter. Olyan szívességet kérek, ami önt is gazdaggá teszi. Ez esetben minden áldozatot meghozom. Rendben van. Maga a béker most fillér nélkül szabadul és nagyzoló. Úri életet kedvelő ember. Mi csináljak? <laughs> Így születtem. Felelte sóhajtva. Ha új szélhámosságot követel, nem kerül ki többé a börtönbe, ezzel tisztában van, azt hiszem. <laughs> Nagyjából. Béke sóhajtott. De hát élni kell valamiből, mint színész, nem méltányolnak eléggé. Hát most ajánlok egy szerepet, amiért olyan jutalmat kap, hogy végleg a tisztességes életre adhatja magát. Hát ez igazából csábító ajánlat. Maga külsőleg bizonyos fokig hasonlít egy régóta raboskodó híres banditára. <laughs> nem valami hízágő. Fiatal színészkoromba fő hercegeket alakítottam. Az a bizonyos rabló, akire különösen lapos pillantású szemével és halcsa emlékeztet, nem mindennapi ember. Ezt gondoltam, felelte béker, és elégedetten tapogatta vastag egyik szárát. A tigrisről van szó. Béker felemelkedett. Ilyettében nyitva maradt a szája, és csak némi késéssel kérdezte. E, – Misoda? – Egy állatot kell alagítani? – A tigris egy igen híres bandita népies neve. – Értem. Olyasmi, mint a oroszlán szívű Rihárd drámába. – Mondjuk. – Magának meg kellene jelennie valahol mai éjjel két órára, sóhajtott Hanton. – Mint a tigris. A feladata az, hogy megtéveszten egy fiatalembert, aki a tigris fia, de négy éves kora óta nem látta az apját. – Hasonlót már játsztam a Vinzori órásba, ahol mint főherceg térek vissza. – Annál jobb. Ön meggyőzi ezt a fiatalembert, hogy nem akar többé rabló lenni. Őt is lebeszéli arról, hogy gazember legyen. Oh, – Ó, az ilyesmi ámusokba szép csak igazán. – Lehet, de ön lesz szíves prózába beszélni majd. Elhiteti a fiúval, hogy maga az apja, aztán elbúcsúzik tőle azzal, hogy ön megveti a rablást, a vért és a gaztetteket. Ányi az egész. Hanton összevont a szemöldökkel, gondolkodott. Volna még valami, mondta csendben, és dobolt az íróasztalon. Mit szólna ahhoz, ha váratlanul tízezer dollárhoz jutna? Ugyanis annyi lesz kitűzve annak, aki kézre keríti a fiút és az apját. Kérem, én vállalkozom arra, hogy kézre kerítsem saját magamat, de verekedni nem tudok. Mindegy, hogy miképp ártalmatlanna. Itt egy fenevadról van szó, aki nyílt utcán lelőtte Börkem vendéglősét, aki ártatlan embert ölt, és további gyilkosságok sorozatára készül. Az ilyen embert bárhogyan is, de meg kell ölni. Az emberiség érdekében jobb, ha elpusztul. Nagy szünet következett. Én egyenes, igazságos ember vagyok, Baker, mondta végre csendben a kormányzó. De ha ezt az alkalmat elszalasztom, ismét egy tigris teszi pokollá békés farmereim életét. Maga most a közelébe férkőzhet. Egy túsz van nála az öreg szélszakadéknál, akiért cserébe az apját követelte. Magáért megkapjuk a túzt. De kérem, én mint művész, később mint szélhámos, majd mint rab, megszoktam a kényelmes életet. Most ott a szakadéknál, szabad ég alatt. Van ott egy menedékház. Tiszta? Már én nem bírom a szányát. Tiszta hely, mondta hidegen Hunter. És milyenek az ágyak? Én nem tudok rossz ágyba hálni. Hát, jó ágyak vannak, felelte kisé halkan Hunter. Friss huzat? Friss, hagyta rá bizonytalanul. Gondolja meg, tízezer dollár. Szép pénz egy vidéki fellépésért, de ha a fiú látja, hogy milyen ügyetlen vagyok, akkor se szólhat. A tigris 16 éves börtönbüntetés után öregen nem lehet valami ügyes kovboy. Ez a szerepház, meglehetősen életerős vagyok. Hány évesnek tart kormányzó úr? U, ránézésre. Nem legfejebb 52-nek. Na ugye. És mindössze 51 vagyok. Ha nem mutatom vele, úgy közlöm, hogy rövidesen megnősülök. Fogadj a szerencse kívánataim! Lovagóni tud? Kitűnően. Természetesen nyugodt hajlott korú paripán. Lovagóni és vívni megtanítottak a színi iskolába. Hm. És rövidvágtában nem megy? Közvetlenül a rövidvágta oktatása előtt otthattam a színi iskolát, és dakotába szerződtek. Sajnos csak az első sihedel szerepkörre, de később, majd máskor elmeséli ezt Mr. Baker, most sietnünk kell, hogy ön elérje idejébe az öreg szélszakadékot. Mi is ötlát? Nem láthatóna volna itt lenn egy kávéházba találkozni? Igazán ügyet le... A kormány zsó szóhajtott. Kétségbehető, hogy éppen ön hasonlít az én emberemre. Na jó, mindent elmondok most, Mr. Béker. Megfelelő kabolyruhát ruhát szerez, gyűröttet, kopottat, amely látszólag sokáig feküdt az állami raktárba. Szóval... Szóval szörnyű. Meg ahogy itt a ruhákkal bánnak, és végignézett önmagán. Ez egy 20 dolláros ruha. Összesen kétszer volt rajtam, és mindössze öt évet ültem. A kormányzó türelmetlenül csapott az asztalra. Hát most már vége legyen ennek. Én is azt mondom. Mój elleni megóvást a fegyencek ruháinak. Ez az aku ártatlanul bűnhődött. Hazonja az égre kiállt. A kormányzó úgy érezte, hogy vállalkozása csődött, mond saját idegein. Nem bírta már. Most ne szóljon közbe egy szót sem. Ön négy katona kíséretében gépkocsin elmegy a Várhegyi. Szép környék, egyszer egy vándócirkusznál énekeltem énekertem Igen? Kedves. Szóval ön gyalog megy tovább. Varvicsba. Jól ismerem az utat. Hanton egy öt kilós levél nehezítővel játszott, és egészen sápat volt. Nem Varvics az a hely. De bocsánat, csak tudom, hogy hol énekeltem. De most nem oda megy, suttogta könyörögve Hanton. Most felmegy gyalog az öreg szélszakadékig. Nem látna autó. Az ösvény nem alkalmas gépkocsi számára. Akkor vigyünk egy motorkerékpárt, és azon folytatnám az utat. Anton verejtékező homlokát törögette. Mr. Baker, öreg vagy nyugati haramiák lehetnek hülyék és ügyetlenek, de mégse közlekednek motorkerékpáron. A fegyházba kitanítják az ember zacskó készítésre, szobafestésre. Miért nem lehetett az öreg állatszerű a kényszer munkája a motorozás? Gazember, azonnal hallgasson! kiáltotta teli torokból Hanton, és az asztalra csapott. De kérem, hebegte béker, ön kimerült a -e sok munkától, szedjen vasat, mert az vécegénység. Rémülten elhallgatott, mivel a kormányzó a revolveréhez nyúlt. Most elmondom nagyjából a tigris élet történetét. Alaposan a fiú sem ismeri. A tigris elrabolta egy Hiller nevű szenátor lányát, és tisztességes életet élt vele Kaliforniában. Hol mindig kék a mennybót? jegyezte meg dallamosan Baker. Egy Rover nevű farmer és még néhányan elfogták. Azóta egyszer kiszabadult, hogy bosszút álljon Roverem, de ismét elfogták. Felesége meghalt, gyermekét Hiller egy barátja nevelte. Nagyjából ennyi. Átszerű dolog, Áraboltam egy rover nevű szenátor falasi, ember, írja föl az adatokat, nem játsza majd jól ezt a szerepet. Ha kérem, sugónékű, minden szerep nehéz. A kormányzó felírta egy papírra az adatokat, és béker a kabát zsebébe tette. Most szerezze be a holmit, és jelentkezzen egy óra múlva a katonákat vezető altisztnél, itt a kapuban. Egy óra múlva megjelent Békör a bánya réme című darabból felelevenített külsővel, és odaszólt a várakozó artisztnek. Előre! Két órára Varvicsba kell lennünk! Némi késéssel érkeztek, mert miután kiszálltak az autóból, Béker az első fordulón túl leült pihenni. Nem bírom, hiszen még tíz percesen megyünk még. De ilyen meredekem, pihennem kell. Később rémültek kapott a zsebéhez. Vissza azonnal! Megőrült. A túsz élete forog kockán. Ne vitatkozzon. Az adatok a zsebembe, a zsebem a másik ruhába. Belásülök a szerepbe. Gyerünk, nekem parancsom van. Kétségbe esettem bandukolt az altisztelő. Negyed óra múlva ismét leült. A tüdőm, ha nem vigyázok rá, vége az orgánumomnak. Az altiszt már azon a ponton volt, hogy megveri békert. Ahogy mind meredekebb lett az út, és feltűnt a távolba a kunyhó körvonala, béker úr aggodalmaskodva fordult az altiszthez. Nem fádázik fel ez a, a állatnevű utód a csalást? Nem valószínű. Mi az, hogy valószínű, ura! lelő itt egyedül a tetőn, mint a szöcskét. Úgy a kilő szöcskét manapság. Öt tréfás ember, én azonban visszafordulok. Ez esetben lelövöm. Maga képes, mondta Baker. A tetőig kísérlem kísérnem, amíg a foglyot átveszem. Ha szökést kísérelne meg, akkor lelövöm. Baker leverte a port egy körről, oda teregette zsebkendőjét és leült. Úgy látszott, hogy sírva fogad rögtön. Vírat. Mr. Baker, hármat számolok, mondta az artist. Csak tássék, engem nem zavar. De ha nem folytatja az utat, és veszélyezteti a túsz életét, akkor lelövöm. Örökké ezzel a lelövéssájon! Kiáltotta siránkozva, és továbbment, de ismét visszafutott a zsebkendőjét a kőhöz. Végre odaért a menedékházhoz. Az altiszt letette a fegyverét. Ön most félúton a kunyhó előtt megáll. Ha tovább megy, lelövöm. Ezt már hallottam. Induljon. Jó, jó, talán fussak, nem? De idegás? Hármat számolok. Számó vagy lelő, ez az egész művészete? Egy. Az ember szívességet tesz, és végül. Kettő. Jó, jó? Elindult. A kunyhó lakatlannak látszott. Ébredt a nap, Mr. Baker megállt. Pontosan félúton volt a kunyhó előtt. Most a küszöbön a férfi jelent meg, és egy nő. A nő rámosolygott a férfira és ment. Az altiszt lövésre kész fegyverrel állt. Robin elővette a pisztolyát és az ajtószárnyal fedezve magát oldalt lépett. Baker szabadon állt, igen szomorúan. Most melléje ért a nő. Jó reggelt, szólt nyájasan Baker és megemelte a szombréróját, de a kalap nem mozdult, mert az álla alatt megerősítette egy vékony szíj. Póli és az altiszt elindultak lefelé a szerpentin úton. Békör tétovázott. Mehet már. Ez az altiszt elfelejtette megmondani, mi lesz, ha még tilos, és akkor a parancs szerint lelövi. Végül az altiszt annyira eltávolodott a lányal, hogy békör rászánta magát, és a kunyhó felé ment. A revolveres fiatalember is elhagyta a fedezéket, és feléje jött. Ott álltak egymással szemben. Békör széttárta a karját. Fiám! kiáltotta érzelmesen. Robin kisé tétován még két lépést tett. Az arcán inkább csodálkozás látszott, mint megilletődés. Kétségtelen, ez a tigris. Az arc, a harcsa bajusz, mandula vágású lapos szem. A két karát ölelte, viszonozta az ölelést. Örülök, hogy látom, apám. De furcsa ez a szó, különösen annak, aki életében először mondja ki. Mányunk a házba, mondta Béker. Fáradt vagyok. Robin előre engedte. Nem maradhatunk sokáig, bizonyára üldözni fognak, jegyezte meg közbe. Figyelmesen végignézett az apján, mi alatt belépett a kunyhóba. Nagyon megviselt a 16 évi börtön. Bizonytalan léptű, bizonytalan hangú, riadt pillantású idős ember. Nem is emlékeztet a tigrisre, akitől retteget mindenki. Szinte félint. Vajon a szabad levegő a kóborlás helyre hozza -e még? Vagy végleg megtört és megöregedett? Nem érzett semmit belülről. Az apja. Sajnálta, de a hűvösség, ami három napja borzongatta belülről, nem múlt el. Az öreg ott ült a padon, ahol az imént Móli, és szomorúan körülnézett. Hol vannak itt az ágyak? gondolta Béker. Akar kávét? kérdezte Robin. Igen, kérek kávét, fiam, még nem reggeliztem. Mielőtt tüze gyújtott, néhányszor fél ránézett az apjára. Különösen beszél, keletiesen, mint Móli. Békő sejtett valamit a fiú gondolataiból, ezért nyomban feltette a csizmát az asztalra. Tudod, fiam, tíz éve a fegyház irodájába dolgoztam, urak között, ott sokat változik az ember. Ez ügyes volt. Robin elgondolkodva főzte a kávét. Csak néhány nap előtt tudtam meg, hogy a fia vagyok. Olzentől. Kitől? Olzentől, felelte Robin csodálkozva. Ja, ugyanis én azt hittem... Hm, no, nem tesz semmit. Miféle dolog ez? Ozzerről még az elveszett írásba se volt szó. Szép pálcban van. Olzen mindent elmondott, folytatta Robin. Hájtelenül tette. Miért mondja ezt? Hm, most következik a szerep. Fiam, kezdte vibráló, de büszke hangon, mint az öreg dúva a kaméliás hölcímű darabban. Én nem vagyok már az a régi állat, akitől rettegett a nyugat valamikor. Már törte, sokat olvasgattam a börtönbe. Mindent másképp látok. Nem térek vissza többé rablónak. Nem is tehetném. Elpuhultam, fáradt vagyok, és megvetek minden erőszakosságot. És az anyám? Nézze, itt az órája. Felkattantotta az óra fedelét, és békőt csodálkozva látta a szép nőt a gyerekkel. Robin összehúzott szemmel figyelte. – Igen, az ő – mondta Baker zavartan. – Ez a hant egy szót sem beszélt az óráról – gondolta dühösen. – Nem akar bosszút állni, Rover? – Nem. – És kérlek, teseted, utazzunk-e keletre? Én csendre vágyom, te próbálj elhelyezkedni valami ipari szakmába. Azt mondja a Biblia, hogy szerest fele mint te magadat. Robin szomorúan nézte. Kétségtelen, hogy a tigris kise meghibbant a 16 éves büntetés közbe. Amit elhatároztam, azt befejezem. És maga is velem jön. Ha elértük a célunkat, akkor elviszem messzire, ahol nem ismerhetnek fel bennünket, és békességben fogunk élni. Baker szomorúan konstatálta, hogy kárha valakinek nincs fia. Milyen jó lenne, ha ez a szép szállember csak ugyan elvinné valamerre és gondoskodna róla öreg napjaiban. De hát ez egy futóbolond rabló. Ő meg nem az apja, hanem egy béker nevű múltu színművész. A két ösvény felől fognak megközelíteni, a bőrények földje és bőrkem irányából, magyarázta Robin. Talán már úton vannak. Akkor nem menekülhetünk, ha csak nincs harmadik ösvény. Kész tervem volt, amikor idejöttem, folytatta csendesen Robin. De azonnal indulnunk kell. Sajnos egyelőre nincs két lovunk, és nem is lesz, amíg a hegyek között vagyunk. A hegyek között? Hebegte Baker. Úgy van, csak a havasok felé próbálkozhatunk kitörésse. Baker köhögni kezdett, mert torkára futott a kávé. A baltahágóig még alig jött le a hó, és a hegyen túlsó felén akadálytalanul elérjük Foxton. Kisé nehéz utunk lesz, mert a balta hágó kétezer méter, de ilyenkor még járható. Kérlek, fiam, én megadom magam az üldözőknek. És te is okosabba. Ezt a szégyen nem. Két tigris nem adja meg magát. Vagy harcba esünk el, vagy ha megöregedtél, megrokkantál, ha félsz, hát végezzünk magunkkal. Robin csendben kihúzta a revolverét. Baker elfehéredett, és a két térde összekocsant. Nem, nem, menjünk. ahová akarod, a fájsz vagy... vagy mindegy. Néhány perc múlva ott lépegetett a keskenyösvéten lóháton, a távoli havas csúcs felé. A csúcs puszta látásától kirázta a hideg. És a komor tekintetű ifjú ott lépegetett a nyomában. magányos tölgy a viharban. Fele se volt a lány az altisztel, amikor egy lovas csapat igyekezett szembe velük felfelé olyan gyorsan, amennyire csak a meredek ösvényen lehetséges volt. Móli nyomott hangulatba indult el. Nem tudott úgy örülni a szabadságának, ahogy várható volt. A furcsa rabló gyengétségével, gyűlöletszerű hidegségével nagy hatással volt rá. Ahogy megpillantotta az üldözőket, érthetetlen aggodalom szorította össze a torkát. – Ezek utána indulnak? – kérdezte az artisztet. – Igen, a két ösvény felül egy -e csapat indul az öreg szélszakadékhoz. Kevés esélye van arra, hogy elmeneküljön. – Az minden bűne, hogy elrabolt engem a kormányzó vonatjáról? – Az a legkisebb talán – felelte az artiszt. – Mit követett el még? – Gyilkolt. Molly összerezzent. Ez nagyon fájt neki. Verekedés közben? Az altiszt tagadólag megrázta a fejét. Nem, lőtte a bölkami vendéglőst bosszúból, mert a lánya kikusarazta. Agyöllőd két embert, mert régebben trapperek voltak, és segítettek a tigris kézre Az egyiket álmában ölte meg. Molly nem szólt többet. Borzasztóan fájt ez neki. Már volt egy kis regényes képe kialakulóban az ő rablójáról, aki furcsa, nyers, de titokban jó lelkű ember. És most kiderül, hogy aljas gyilkos. Milyen szelit szomorú szeme van, és okos arca. A gépkocsi, amelyen Molly podgyászát is elhozták, Silver City-ig vitte. Itt a katonák megvárták, amíg vonatra száll country felé. Ez volt az utolsó vasútállomás New Mexico határán. Innen kocsin vagy lovon lehetett csak eljutni a távoli vadvidékre, ahol Foxton, fontos helyiség volt, a környező gazdaságok mezővárosa, néhány kereskedéssel, orvossal, telepes bírósággal. Silver city az egyetlen érkező utas Molly volt. Egy őszakáló köpcös kauboly már messziről integetett széles kalapjával. Sokáig szorongatta Molly kezét. <laughs> Gyönyörű nagy kisasszony lett, Miss Rover, maga semmit sem változott, Bobapó. Hol van apa? A vinkomboly egy pillanatig tűnődve nézte a kalap karimáját, aztán újra vigyorgott. <laughs> Mr. Rover mostanában egy másodperce se hagyja el a birtokot. Sok a munka, és vigyázni kell. Felrakta Molly bőröngyét az állomás előtt várakozó homokfutóra. Felült a kocsi ülésre, és nekivágtak a keskeny gödrös útnak. A vasúti sin, amely mind hosszabban ágazik szét a főútvonaltól, egyre több nyugati tájat nyel magába. Foxton felé, ahol véget ér a sin, a táj is megváltozik. Olyan dús, őserzőszerű völgyek, hatalmas koronájú fákkal menő dombok, derékig érő nedves földből nőtt fű, mindenfelé sima, természetes táj. Kunyhó, országút, falu, farm a látóhatár széléig egy sem tűnik fel. A levegő hűsebb, párása, a legelők szabálytalan foltokba nyúlnak el, kidőlt törzsek embermagasságúra nőtt gyom, zegzugban vágtató kis hegyi patakok, fenségesen szabálytalan és mégis félelmetes, roppant élő tájképe fogta körül Mólit a sebesen guruló homokfutón, amely néhány lelket kirázó döccenéssel ugrott át a hepehupás ösvin egyegyemelkedésén. Ahogy távolodtak a vasútvonaltól, a táj egyre dúsabb, elhanyagoltabb, ősibb lett, és néhány óra múlva sebessodrású széles folyóhoz értek. A jákú, szólt hátra jelentősen Bobapó, és ostorával a sellőkre ágaskodott, tarajokkal rohanó vízre mutatott hajtás közbe. Készül a zsilép? kiáltotta a lány. Bobapó arca elkomorodott, és összeszorított foggal visszafordult a lovak felé. Nem felelt pedig az udvariasság úgy, mint a fák és a hegyek éppen ezen a vidéken őrizte meg ősi, érintetlen, előkelő frissességét, ahová nem vitte el a vasút az újkor csodáit. – Nem hallotta, Bobapó? – kiáltotta újra Molly. – Azt kérdeztem, hogy mi van a zsilippel? Bob megrántotta a két szárat, hogy a félvad kanca felhorkant és hátra néhány néhányszor. – A zsilip készül, Miss Rover. – Mikorra lesz meg? Bob ismét előre fordult. A csoda van ezzel a lóval, farkas érez szél irányából. Molly nem kérdezett többet. A folyó folyókanyar felett egy zöld, mohos, nedves palló vezetett át a folyón. Itt keresztül hajtottak. Az út kisé szélesebb és laposabb lett, ami azt jelentette, hogy gazdaság lehet a közelben. Jobb felé a mezőn már feltűnt a Faustoni csorda egy része de még mindig kihaltnak tűnt a vidék, és vadul összegubancolódott bozótok, cserjék, tombrafutó erdőségek regényes panorámája fogta őket körül. Alkonyodott. Aztán elkezdődött a furcsa játék. Egy dob mögött két fegyveres kauboly lépett elő hirtelen. – Hő! – kiáltotta Bobapó és visszafogta a lovakat. – Ez Bob és a Miss! – mondta az egyik fegyveres. – Mit ijesztitek ezt a vad bestiát? förmet rájuk az öreg, és csak Mólira való tekintettel nem szitkozódott. Este lett. A holztalan sötétség aljától csak egy fekete fordban vált el a dombok és erdőségek vonala. Elérték a következő fordulót. Itt is fegyveresek tartóztatták fel őket. – Lassan, Boba Pó! – szólt az egyik kóboly. – A ló neki szalad a drótnak valahol. – Van annyi esze, mint neked? csak ugyan drótakadályok következtek. Szerte szét kanyargó vonalba tüskés drót húzódott a magas fű között, és a fegyveres őrök kinyitották az átjárót a kocsi előtt. Tovább futottak egy ritkás erdőségen keresztül. – Miféle háború készül itt, Bobapó? – kérdezte Molly. – Még nem lehet tudni. Ez most az új rend. Őrök, drótakadály, talán még üteget is hozatozza az a véróveren egy napok. Csak így beszélt a gazdájáról, aki a homok futó utasának apja is volt egybe. A ritkás erdő utolsó fái mögött, mint a világító bogarak tűnnének fel imbolygó röppenéssel, és különös zaj, nyikorgás, zörgés hallatszik. Egy újabb fegyveres tovább engedte őket, és kiértek a folyópartra. A fénybogának látszó pontok fákja lángok voltak. A készülő zsiliphez értek. Már szinte befejezetnek látszottak őgát. Mindenfelé homokot talicskáztak, csákányok zörögtek, kiáltások hangzottak. Éjszaka is folyt a munka fákja fénynél, és a zsilip körül fegyveres kaubolyok látszottak, a töltésen, az úton és az egyenes domtetűkön. Ott van, apa, kiáltotta Molly. Egy feltűnően magas lovasra mutatott, aki lassan léptetett a zsilip körül kiszáradt mederben. Bob nagyot rikkantott egy munkás felé. Hé, hey, bak! A munkás csak feléjük nézett, de nem jött oda. Egyenesen a lovashoz futott, valamit mondott, és a homofutóra mutatott. Jack Rover megnyomta térdével az állatot, és körbefordult. Lassan léptetett a kocsi felé. Jack Rover nem jött indulatba. Örömének, bánatának nem adott kifejezést. A magas válas bozontos ősszemöldökkel, széles állával, szürkés fehér szemével és roppant vállaival ennek a fenséges vadvidéknek a megtestesítője volt. Úgy illett bele Foxton környezetébe, mint az ősfa vagy a magányos bazalt kolosszus. 75 éve ellenére úgy ült a nyerekbe, mint egy szobor, szokatlanul nagy kezével lazán fogva a szárat. Sovány lett és szomorú a szeme, ezt mondta magába Móli, miközben az apja nyugodtan léptetett feléje. Isten hozott, Móli, mondta, és leszállt a lováról. A lány kiugrott a kocsiból és átülelte. A munka kisé megállt, mert sorra jöttek azok, akik a lány legutóbbi látogatásánál már a farmon dolgoztak, és üdvözölték Mólit. Vidd haza a lány Bob, rendelkezett Rover. – Te még nem jössz? kérdezte Móli. Itt kell maradnom, amíg még majd holnap beszélünk, és ellovagolt. Molly furcsa rossz előérzet nehezedett. Mintha harctéren járna. Trótakadályok, őrszemek, fegyver és ellenőrzés mindenfelé. Késő este volt, amikor a homokfutó begurult vele a farm udvarára. Nem messze a kis Foxton helység elmosódó lámpa fényei látszottak. Mielőtt a kocsi behajtott Bobapó átkiáltott a kerítése. Mozgás, Miss Roverrel vagyok. Aztán vártak. Az udvarról csaholás hallatszott, és valaki szitkozódott. Mi az, Bob? kérdezte aggódva Molly. Ilyenkor már szabadon engedik a vérebeket. Most újra megkötik a sok csúvdögöt, mert még nem ismerik önt. Vérebek. Ezen a tájon, ahol nem ismerik a zárt kaput, és lopás betörés emberemlékezet óta nem fordult elő. Vérebek, gondolta Molly. Robin szavai jutott a eszébe. Ne menjen Faustonba, utazék vissza inkább. Úgy látszik, tudta, hogy miért mondja. Amikor végre begördültek az udvarra, és a fegyveres kabolyok egy üdvözlő fáradt hurrát kiáltottak kalaplengetve, a megláncolt vérebek keservesen üvöltő kórusa jelentette a voltaképpeni fogadtatást. Késő délelőtt ébredt Molly. A sok fáradtság után először pihent igazán kényelembe és biztonságba. Amikor az ebédlőbe ért, édesapját egy vitatkozó csoport közepén látta a tornácon. A heves hangokra ösztönszerűen megállt. Vad külsejű, durva arcú fogstoniak fogták körül Robert, aki közömbösen, szivarozva nézegette őket, mintha nem is lenne érdekelt az ügybe, csak pátatlan hallgató. Utoljára vagyunk itt, Robert, kiáltott egy apjas hajú vastagorú roppant kauboly, akkora négyszögletes fejjel, mintha kőből faragta volna valami ügyetlen szobrász. Lapos nagy kezét ökölbe szorította, és az asztalra csapott olykor. Nem tárgyalunk tovább! Én eddig sem tárgyaltam veletek, felelte a farmer nyugodtan. Csak meghallgattam a fecsegéseteket. Szóval azt akarod, hogy vér Mert itt az utolsó emberig harcolni fogunk az őrültséged ellen. Jó tudjuk, mit várhatunk tőle, de sok lúd disztó győz. Azt hiszitek, hogy félek? Tőled el? Vagy ezektől? Kérdezte olyan nyílt megvetéssel, hogy a nagyfejű görcsösen megszorította a revolvere markolatát. De mielőtt felelhetett volna Rovernak, félretolta egy hosszú, sovány, harcsa ember, akinek serif jelvény volt a gombjukában. Most én beszélek veled, Jack, kezdte nyugodtan, de igen határozottan. Nem kell a zsilipet, érted? Ezen a vidéken mi döntünk arról, hogy mi történjék velünk. Az emberek nem akarják, hogy zsilip legyen. Kiszárad az alsó folyásnál minden legelő, és elköltözhetünk innen a marhákkal. Ide talápszenek Kalátról az adóhivatalnokok, kiáltotta egy Heron nevű izgatott szeplős karvajóru. Lemegy a marha ára, mert utat építenek, és Arizonától meg Nevadából áthajtják a felesleget. És a legelők, lépett újra elő ellen az ormótlan fejük. Azt hiszát, tűrjük, hogy a zsilip összegyűjtse a vizet, és kipusztuljon a dús rétség? Én a serif vagyok, mondta újra az őszhajú sovány vastag, félelmetesen öblös hangján. Vigyáznom kell a rendre, ezért választottak meg. Rover olyan nyugodtan szivarozott a vihar közepén, mintha nem is koltra volverek és marcona megdőhödött emberek fognák körül, hanem legyek döngicsélnének. Azt mondott, hogy serif vagy haud. Kezdte lassan, is leverte a szivarja hamuját. Jó, hogy azt említed, mert az ember szinte elfelejti. Mit akarsz ezzel mondani? A serif kötelessége, hogy a választókra való tekintet nélkül az igazságot képviselje. Megvédje a magántulajdon, és ne tűrjön erőszakoskodást. Most arról van szó, hogy az emberek a törvény ellenére a tulajdonomban lévő zsilipet erőszakkal megsemmisítsék és te itt állsz az élükön. Ezért okos dolog, ha megmondod, hogy te a serif vagy, mert az ember nehezen hisz ilyesmit. Haud megkökkent, de a nagyfejű nem adott időt arra, hogy zavara feltűnjön. Igenis, a serif a kötelességét teljesíti. Ha nyugodtan nézi, hogy épül a zsilif, akkor semmit se tesz azért, hogy elkerüljék a vérontást, mert itt vér folyik, Rover, kegyetlen harc lesz. A zsilipnek pusztulni kell. Rover kiegyenesedett, és egészen elé a beszélőnek. Elkészül a zsilip elem, érted? És ha harc lesz, azt nem én fogom megbánni. A legelőkről van szó, kiáltotta a szeplős hírom. Azt hiszed, ölbetett kézen nézzük, hogy a folyó menti legelők kiszáradjanak, és arra kényszerüljük, hogy a marhákat lebunkózzuk? Van legelő lejjebb a Pekasz folyónál is, de lehet legelő mindenhol, ha felépül a zsilip, mert lesz mesterséges öntözés. Még egyszer annyit hoz a gazdaság, mert kapunk vasútállomást, ide járnak a marha kereskedők, üzemeket létesítünk, és minden négyszögölnyi föld a mostani árának a kétszeresét éri. Vakok vagytok és ostobák, ha ezt nem akarjátok. Nem akarjuk. Vesszen a zsilip! Száz évig jó volt így, ahogy van. A nagyapáink is így élték. Össze-vissza kiáltoztak, és öklüket rázták, és szorosan Róvert körül csoportosultak. Ez oldalt vágta a szivart a szájába, két hüvelykujját a revolverővébe akasztotta, és közömbösen nézett a távolba. Molly rémülten szorította kezét a szívére. Amikor végül elült a lárma, ismét halt, a serif szólalt meg. Ismerünk, Jack. Tudjuk, hogy veszett ember vagy, ha megmakacskozt. De eddig itt szerettek téged, mert úgy tudták, hogy van szíved. Miért akarsz harcot? Azért, hogy Foxtonból boldog, fejlődő város legyen. Ezért kell a zsilip. Most pedig elég volt belőletek. Alan egy szitkot folytotta. Magadra Rover, azért, ami történni fog. Eddig is magam feleltem a tetteimért, mondta Róver. A forstoniak morogva távoztak és gyűlölködő pillantásokat váltottak az udvaron átsorgó fegyveres kavbolyokkal. – Mióta állsz itt? – kérdezte meglepettem Mollit, amint az ebédlőbe lépve szembe találkozott a lányjal. Hallottam. – Hallottam. Mindent – mondta Molly. – Hm, hát furcsa emberek, nehezen fér hozzájuk a civilizáció, de ez sajnos nincs másképp. – És mit fognak most tenni? Rover nem felelt nyomban. Vállat volt. Mindent megkísérelnek majd, hogy a zsilipet ne készítsük el. Revolver harc lesz. Lehetséges, felelte őszintén Rover. Ez ugyan nem tisztességes eljárás, és itt becsületes vademberekről van szó, de lehetséges, hogy elfajul. A haladás mindig harcot jelent, mondta, mint egy önmagának Rover, és elgondolkozva bámult ki az ablakon. Legtöbbször azok küzdenek késhegyig minden újításért, akik később hasznát látják. Miért erőszakolod, ha nem akarják? Mert megszoktam, hogy ne változtassam a szándékaimat akkor se, ha ez másoknak nem tetszik. Engem azért állított ide a sors, hogy ez a zsilip megépüljön, és Folkston ne legyen távoli vagy nyugat, ősi állapotba tengődő dzsungel. Ezek az ostoba alakok csak azt a pár legelőtt látják, ami kiszárad az alsó folyásnál. Lehet, hogy harc lesz. Nem, biztos, hogy harc lesz, de a zsilipet megépítem. Eldobta a szivarját, és néhány lépést tett fel is alá a szobába. Olyan volt ez a hatalmas szálfa egyenes őszember, széles vállaival, fiatalosan csillogó szemével, mint a régi nyugat valamelyik legendás regényhőse. Te visszamész természetesen New Yorkba. Nem. Teség? Meglepetten sarkon fordult. Rover nem szokta meg az ellentmondást. Móli azonban nyugodtan nézett a szemébe. Nem megyek New Yorkba. Ha téged veszély fenyeget, akkor itt a helyem. Nem lenne egy nyugodt percem New Yorkba. Rover hosszan nézte Mólit, aztán megsimogatta a lány csillogó szőke haját. Hát maradj, de ha elfajul itt a harc, akkor menned kell. Ha nem lennétek itt az Isten háta mögött, akkor tudnád, hogy megálltam már a sarat veszélyes helyzetben? Kezdte vidáman Molly. Szerette volna a fogságát valahogy úgy elmondani, hogy ne hozza nagyon tűzbe az apját. Miféle veszélybe? kérdezte gyorsan Rover, és bozontos összemöldökeit összevonta. Túsz voltam. Anton kormányzó vonatját feltartóztatta egy rabló. Mi? Döbbenten felemelkedett, mert kezdte sejteni, hogy a lány apránként óvatosan közöl valamit. – Beszélj, Molly, mi történt? – Hallottál te valamit a tigrisről? A Rover most igazán elcsodálkozott. Két napja sincs, hogy a countryból lovas küldönc hozta Peterson serif sürgönyét, amelyben a tigris fiának gyilkosságait közli, és figyelmezteti Rovert, hogy vigyázzon. – Mit tudsz te a tigrisről? kérdezte oly csendesen Mólit, hogy a lány csodálkozott. A tigris fia 24 óráig fogva tartott. Elmondta sorjába, hogy mi történt. A vasúttámadást az öreg szélszakadék közelébe töltött napot. Rover szokatlan melegséggel nézett a lányára. Nagy veszélyben voltál, Móli. Igazán szerencse, hogy ez a vérengző barom. Nekem azt mondta, hogy nem ölt meg senkit, csak önvédelemből egy embert. Rover nevetett. és orvul kettőt. Egyiket álmában. Móli maga se tudta, miért szorul össze a torka erő. Honnan tudod? Rover megmutatta Peterson sürgőnyét. Olyan valószínűtlen. Nyers és szigorú volt, de mégis jó. És csak az apját akarta kiszabadítani. Rover komoran nézett maga elé ez megnehezíti a zsilip dolgát. Felállt. Elhatároztam, hogy mégis visszaküldelek New Yorkba. Mondtam, hogy nem megyek. Akkor magam viszlek, ha kell, erőszakkal. De hát miért? Mert a két tigris Foxonba készül. Talán itt is vannak már. Azért, hogy leszámoljanak velem. És ez olyan harc lesz, amelynél te nem lehetsz a közelben. Móli szeme megtelt könnyel. Te mit tettél, amiért gyűlölnek? Elfogtam a tigrist. Egy szivatropogtatót zavartam. Talán helytelenül tettem, mert a tigris akkor már jó útra tért. Miért fogadtad el? Rover hallgatott. Az ördög ágaskodott akkoriba a véremben. Kaland, embervadászat, harc. Azután ostoba hívsák. Az emberek tudták, hogy a tigris a úgy éreztem, hogy ez a homlokomra van írva. Felkutattam, és... És még mindig erőszakkal tartotta fogva azt az asszony? Róven merebebb volt a szivarból felszálló kék füstszálakba. Nem, mondta aztán Tompám. Szerették egymást. Akkor nem volt helyes... Róver az asztalra csapott. Rabló, gyilkos gazember volt. De jó útra tért, és... Mi? Te véded? Egy másodpercig úgy nézett Mólira, hogy a lány megijedt. Azután idegesen elnyomkodta két harmad szivart, és kurtán befejezte a beszélgetést. A legelső jelre, ami a veszély kezdetét jelenti, New Yorkba utazol. Felkapta a puskáját, és ment. Móli látta, mint lóra kap, és a töltés felé vágtat. Kezdődik a harc. Nagy tanácskozás folyt a vendéglőbe. vendéglőben. Ellen vitte a szót. Végre is az dönt, amit a őstelepesek többsége akar. Úgy van, mondta egy másik. Rover nem lehet kis király a környéken. Elegen vagyunk ahhoz, hogy legyőzzük. Azt hiszem, szólt közben a serif, hogy a kormányzó is mellénk állna, ha egy beadványba elmondanánk. A kitörő zsivaj elnyelte a szavát. Itt az a törvény, amit mi akarunk. Nem kell olyan törvény, hogy Rover kiszáríthatja a legelőket. Elvehet a folyó vizéből. Nem hajtjuk másfelé a marhák, mert Rovernek úgy tetszik. Valósággal fenyegetően fogták körül a serifet. Nézd, Hard, ha azt hiszed, hogy Rover pártjára kell állnod, akkor szólj csak. Én se helyeslem, amit tesz, de a serifnek a törvény parancsol. A törvényt pedig mi csináljuk mondta a szeplőskép, és nagyot csapott az asztalra. Ezt valamennyien helyeselték. A vendéglős hordta az italt, és tanakodtak. Most az a kérdés, hogy mivel lehet megtörni Rovert? mondta az egyik marhatenyésztő. Hát nem könnyű kérdés, felelt egy másik dörmögve. Róvernek tekintéje volt itt, az látszott. Ha nyílt harcot kezdünk, akkor sok vér fog folyni, Hát mit akar? Tán olvúr támadni? A kövér vendéglős, a eddig hallgatott, utat csinált magának a könyökével, és a középre állt. Akarjátok tudni, hogy mi kéne? Egy alkalmas vezető. Az. Itt össze-vissza egymást feldőhíteni, aztán lehúrogni. Ezzel nem értek semmit róver ellen. Morogtak. Csupa képű ápolatlan hajú torzombos marha tenyésztő ült itt együtt. Csak ugyan körülményesnek látszott, hogy ezek szép egyetértésbe megállapodjanak valamiben. Állán egész jó vezető lenne, ajánlotta a szeplős. De nem nagy lelkesedést váltott ki a társaságból, mint azt hitte, hogy egyedül ő hivatott erre a szerepre. Azt mondom, szólalt meg ismét a kocsmáros, hogy azt válasszátok, aki elfogadható tervet mond, és aki vállalkozik is valamire. Összenéztek. Szerintem, ajánlotta ellen, Falkston és Country között bizonytalanná kell tenni a vidéket, hogy ne hozhassanak el semmit a vasútállomásról. Akkor nem lesz zsilip. Ez jól hangzott, csak a kivitel nem volt világos előttük. Néhány lovassa állandóan ott leszek a vasútállomás és Falkston között. A többit bizzátok rám, fejezte be ellen jelentősen. Úgy látszott már, hogy ennél a tervnél maradnak, amikor egy csendes hang szólalt meg. Én jobban tudok. Válasszanak meg engem vezérnek. Meglepetten fordultak hátra. A közbeszóló egy fiatalos arcú, magas férfi eddig csendesen ült az ivó távoli sarkába, és senki sem vette észre, hogy mikor közeledett a társasághoz. Válasszanak meg vezetőjüknek, én megmondom a módját, hogy halálos csapást mérjenek Roverre. A régi számadásom van vele. – Kicsoda maga? – kérdezte a szeplős, aki ellen szerette volna a vezetőnek, és ezért már is dühös volt az idegenre. – Nem fontos – felelte szeliden Robin, és az arca kicsi átszínesedett a fejébe túduló vértől. – Név az semmi. Itt csak tettekkel lehet bemutatkozni annak, aki túlságosan elbizakodott. A szeplős egy rövid lépéssel közelebb ment, és végigmérte a beszélőt. Hm, mondta csendesen. Nem elég világos, mit mond. Talán azért cifrázza, mert fél. Robin egy hasonlóan rövid lépésre test a testhez állt a szeplős híron elé. Tud valakit, aki félelmetes a számomra? Mozdulatlan fejek meredtek a két emberre. Itt nyomba kirobban valami, ez tiszta dolog. Sokat lefetjál maga, jegyzi meg a szeplős. Akar ki repülni? Ő maga repül. Robin ökölcsapása úgy zúgott az állára, mint valami pörölyütés. Ugyanakkor beletaposodta megtántorodó híromba, hogy ez az ajtónak zuhant, és kiszakítva a szárnyat, az utcára bukott Ájultam. Mindenki felugrált. Hands up! Robin két revolvert szegezett rájuk. Velem van, elintézni valójuk vagy Roverrel? Akarnám, most nyugodtan lóra ülhetnék és jelentkezhetnék az ellenségnél. Ostobák, hogy Rover marmára hajtják a vizet. Ez az ember kint magához tér nyomba. Fegyverezzék le, mert agyon lövöm, és ennek semmi értelme. Nyugodtan szeliden szólt, és mégis egy parancsoláshoz szokott ember biztonságával. A serif odaugrott a szeplőshöz, és elvette a pisztolyát, miközben a támolyogva felkelt, és kissé meggörnye. A rugás gyomron találta. Kicsoda maga, lépett az idegen elé halt, a serif hivatalos biztonságával. Itt a kóborló revolverhősökkel elbánunk. Ezt nem figyeltem meg, felelte kicsi a fiatalember. Ön micsoda itt? Serif a mindenségit, ha nem látná. Látom, de nem hittem. A serif nem verekedés után szokott közbelépni. Lett volna ideje megelőzni, akkor hol volt? A pillanatnyi szünetben, ami hol zavara következtébe támad, folytatta. Azt mondták, hogy vezetőt keresnek Rover ellen. Olyat, aki valamiféle tervet tud, és cselekszik is, ha kell. Erre jelentkeztem. Meghallgattak? Nem. Ezzel se törődöm. Maguk nélkül is elintézem a dolgomat. Jó napot! Visszatette a pisztolyait, és az ajtó felé ment. Megálljon! Mit akar? Azt mondom, fordult a vendéglős a többiekhez, hogy ennek az embernek igaza van. Meg kell hallgatni. Nekem nem kell ahhoz a maguk engedélye, – Ná, olyan hát kén! – kiáltotta ellen, és kilépett a csoportból. – A száplős hironnal nem verte meg egész faaktant! – Well! – felelte Robin, és visszajött. – Megverem hát magát is! Egyszerre nyúltak a revolvereikhez, de a serif közbeugrott. – Ebből elég legyen! – Úgy van! – csatlakozott a kocsmáros. – Ez a fiatal ember nem kötött bele senkibe, és nekem például tetszik! Most már többen közbe szóltak. Elrángatták ellent, és barátságosabbak lettek Robinhoz. – Mondja meg, mi a terve? – kérdezte az egyik. – Mivel akarja megakadályozni, hogy a zsilip elkészüljön? A sheriff szép lassan kisétált. Törvényellenes dolgokról lesz szó. – Maguk nem látnak az órókig sem – felelte Robin. – A zsilip munkálatait egy mérnök vezeti. Rabolják el azt a mérnököt, és nyomban megáll a munka. Összenéztek. Ez a terv csak ugyan egyszerű és jó volt. Ellen durván felkacagott. Ha, 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 jó tanács! És ki az, aki bemerészkedik Rover táborának kellős közepibe, hogy egy embert áraboljon? Én. Nagy csend támadt. – Ha megválasztanak vezérüknek, akkor én elhozom ide a mérnököt. A szeplős híron ordított közbe. Fordítva hé, hey, Ha elhozza a mérnökünket, akkor lehet a vezetőnk. Így is jó, mondta a fiatalember vállatvonva, aztán szó nélkül lóra ült és elvágtatott. Barker sápattan hevert a kunyhóföldjén földjén végig terített pokrócokon. Tíz nap óta tartott már a káváriája. Elsősorban a katonaság elől nekivágtak a havasnak mit bír el szenvedésbe egy volt színművész, még akkor is a később okirat hamisításét bezárták. Kérlek, fia! Fordult Robinhoz azzal az old pátosszal, amelyet egykor Schiller haramiáiba alkalmazott, mint Múr Károly. Én sokáig ültem most börtönbe. Leszoktam a kemény zsivány életről. Nárőtessük. őtessük. Gyerünk, mondta röviden Robin. Így haladtak. Bárkör lavon Robin gyalog. Egyre erőltetettem menetben az 1600 méter magas farkas csúcsig. Barker már nem volt sem élő, sem halott. Feltörte a nyerek, megfagyott az órahegye, nyögött és sipoló, reket hangon beszélt. Fia! – suttogta. Prímák nélkül ilyen helyen nem lehet tartózkodni. Valamikor hetekig is meghúzta magát ilyen helyen, felelte Kurtá Robin. Hó vannak azok a régi szép idők? A börtön élet elpuhít, lassúvá és művelté teszi az embert. Már azt is elfelejtettem, hogy mit kellett az orrhegyre kenni, ha viszketett a fagyástól. Majd ismét megszökja. nem él magába a bosszúvágy anyámért? Tessék? kérdezte ilyetten. Azt hittem, hogy bosszúvágyon kívül mással nem foglalkozott a börtönbe. No, igen, de azért kanapét is készítettünk. Az ifjú rablóból öleg lett. És jó anyádat, Isten nyugtassa, fiám, úgyse támaszszuk fel. Állász vissza engem, én megadom magam. Egy tigris? Na igen, de hát hittelen kisé lehajott. Ó, oh, hogy mondtad, fiam? Te egy tigris vagy? Oh, az biztos, bólintott Bárcel. De éppen a tigris az a vad, amelyik rosszul bírja a hideget. Robin figyelte az őszhajó embert. Ez lett hát a tigrisből. Az anyját megölték, az apját megzavarta a bánat. De talán lassan magához tér. Az öreg közben ezt gondolta: Ha ámába agyonlövöm, sose találom meg az utat innen. Így értek el a hegygerinc túlsó felé levezető útig, és nekivágtak a völgynek. Az öreg közben érdekes megfigyeléseket végzett önmagán. Ugyanis, amikor már mögöttük volt az elhagyott vidék, többször elhatározta, hogy lelövi Robin és rájött, hogy ez nem is olyan egyszerű. Hányszor látja az ember filmen, olvassa regényben, előrántanak egy pisztolyt, és bum. Aztán rákerül az életbe a sor, és furcsa, idegenszerű érzés el a kart, döbbenet nehezedik a melkasra. Elsütni a pisztolyt egy élő emberre. Ölni, életet kioltani annak, aki soha sem tette ezt. Egyszer már a kezébe volt a markolat. Most lő, behúgyt szemmel, kináltotta, és a kolt nem jött. Az ördög bújt bele, megakadt a tokba. Robin megfordult, és segített kihúzni a pisztolyt. Barker zavarban állt. Most hogy lője le? Meg akartam tisztítani, mondta halkam. Minek? Rendben van ez a pisztoly, felelte Robin, és elgondolkodva nézte a revolvert. Barker nem merte elsütni. Különben is kutyául érezte magát. Minden tagja fájt. Legszívesebben sírt volna, a tigris létére ezt nem szégyeli. Este Robin elment, hogy valamit vadásszon vacsodára. Rakjon egész kis tábortüzet, mondta az apjának. Hogy történt, pedig Barker igazán vigyázott. Percek múlva lángokban állt a kis tisztást. ahol holmi egy része odaégett, és a visszasiető Robin épp hogy megmentette a vacogó, halára rémült tigris életét. Nem értem, hebegte pedig egész kis tüzet raktam. Robin nem szólt semmit, és Barker búsan állapította meg, hogy a zsivány élet kellő előképzettség nélkül fabatkát sem ér. – Mindent elfelejtettem, fiam! – siránkozott Barker. – A kanapé készítési teszi a haramiát. Robin hallgatott. Barker még kevésbé érezte alkalmasnak magát arra, hogy lelője ezt az ifjút. Az életét mentette meg, és most viszonzásul lelője? <laughs> nem. A állátlanság bűne rúta bagyiloknál, szavalta valamikor egy klasszikus műbe. Na, nem is volt olyan klasszikus. A Grindhall Gravy postás drámája volt. Eredeti bemutató. Hoppla! a fene ezt a lovat. Ha csak megérinti a sarkantyújával, akkor átúrik. <laughs> De hát ki tudja állandóan oldalt tartani a két lábát, hogy a térde szinte letörik? távol feltűnt Foxon néhány épülete. Ott, a város melletti emelkedőn van egy menedékház, ahol meghúzzuk magunkat átmenetileg, mondta Robin, és lemutatott egy kisebb dombra. Milyen a bárándezés egy ilyen menedékháznak? kérdezte Barker aggódva. Két pokrócunk megmaradt, azt a padlóra teríthetjük. Nem hangzott valami bíztatóan, de ki merít szólni? Az utolsó kanyarodóba megtörtént a baj ismét megérintette a lovat a sarkantyújával. Rainbow felágaskodott, de egy lapos körről lecsúszott a patája. Ló és lovas legurultak a rejtőn. Rainbow felugrott és ügetett néhány lépést, de Barker fekve maradt. Robin odarohant. Mi történt? Meghaltam, nyugta Barker. Kisi eltúlozta a dolgot, mert mindössze a bokája ficamodott ki, és néhány alapos zúzódást szenvedett. Robin kimosta a horzolásokat, aztán levágta a csizmát Barkerről. Húnyja be a szemét és szorítsa össze a fogát. Előbb tisztázzuk, hogy miről lesz szó. Helyre rántom a bokáját. Ö, nem, ez orvul... Áú! A boka bár igen dagadtan, de a helyén volt. Robin füttyentett a közelbe legelésző lónak, hogy kövesse, aztán könnyedén felemelte bárkört és a kunyhóba vitte. A két pokrócra helyezte óvatosan. Kíván valamit? Tátanus szótást. Ányi horzsolás után biztos a fertőzés. Mi az, kérem? Ezt a fegyházba tanította a főkárpitos, magyarázta Kimba. Homokos talajon a horzsolás tetanuszt okoz. Védőoltás kell. Ilyen itt nincs, csak feküdjön nyugodtan, nem lesz semmi baja. Este visszajövök, hozok élelmet. És ment. Most igazán lelővi. Előhúzta a pisztolyát, de nem volt képes rá, hogy az ablakon át lelője a fiút. Látta, mint Robin te elvágtat. Kinyába és unalmába kinyitotta a tölténytárat. Egy golyó sem volt benne. Pedig ő töltvetette a tartóba. Robin vehette csak ki a töltényeket. Te jó Isten! Ez az ember tudta, hogy ő csaló. Nyögve bukott hátra, és átkozta a percet, amikor elvállalt ezt a különös megbizatást. Este visszatért Robin, kissé kimelegedve. – Hogy van? – kérdezte csendesen. – Megöl az bizonyos – mondta magába Barker. – Nehéz a légzésem, kezdődő tetanusz, reggelre meghalok. – Szomorú, Na azonban még életben lenne, és enni akar, ide teszem a húst és a kenyeret. Igyekezzék kicsi összeszedni magát, mert lehet, hogy futni kell, és ilyen állapotban sokat fog szenvedni. Csak nem képzeled, fiam, én így nyerekbe tudok ülni, majd oda ne féljen. Dehogy nem. Robin válasz se várva kisietett a menedékházból, és elvágtatott. Barker sírva fakadt, hiszen a Sing Sing ehhez képest Grand Hotel. Sípték a férgek, egyedül feküdt a kemény földön. Azért később odamászott mászott és evett, bár érezte, hogy a tetonusz egyre nagyobb mértékben elhatalmasodik rajta. Az bizonyos, hogy a fiú már rájött a csalásra. Nyilvánvaló, hogy most jól megkínozza, aztán leüli. E szörnyű tudat ellenére mélyen elaludt a földön, a férgek között két pokrócon. Robin vágtatott. A félig kiszáradt folyókanyar haldokló és halára ítélt legelőink keresztül, nagy félkörbe megkerült a rover birtokat. Útközben láthatta az okát, amiért a régi módi marhatenyőztők fanatikus gyűlölettel küzdenek rover zsilipje ellen. Villany, ipar, vasút. Az öreg apjukat se érdekelte, de a fű, a szép zöld legelők dús réteg kókattan, összeszáradtan sínlődtek a zsilép miatt elkeskenyedő alsó folyás, iszapos, pocsolyás vidéke körül. A friss víz mocsára a zöld legelő pusztává sorvadt. Ez az igazság. A többi ostoba mese. Vesszem meg Robin a zsilipjével, így gondolkoztak az emberek. Rövidesen a hegyek lábainál körülbelül egy vonalba került a zsidippel. Itt leszállt a lóról, megkötötte a rémbót és elindult a sötétben. Nyugodt volt és határozott. A tigrisek vére most, mint hűsítő, önbizalmat adó tudat keringett az ereibe. Az apja, a nagyapja, a dédapja mindenősen nyugodtan és biztosan cselekedett hasonló helyzetekben. A ha tudta volna az igazat, hogy semmi köze a tigrishez talán megijad és összezavarodik. Ha tudta volna, hogy a tigris fia régen meghalt, akkor nem indult volna el most ilyen eszeveszett tervet megvalósítani. De ha az ember erősen hisz valamit, az majdnem annyit, mintha igaz lenne. Úgy rohant bele vakon a kalandba, mint aki biztosan halad egy magasan kifeszített sodronyon abba a hitbe, hogy született kötéltáncos. Ha rákiáltanak és felriad a valóságra, bizonyos, hogy nomban lezuhant. Jó fél óra múlva elérte a Jakú folyónak azt a részét, amely a zsilip felett sellőről sellőre bukva rohant Rover földjén át. Itt még nem szabályozták a medret, de már lerakták a kőhalmokat, szerszámkamrákat. A sziklás mederrel szemben sima hegylánc. Ezt jó tudni. Innen a hegyről egyetlen ember lepuffanthat mindenkit, aki a meder szabályozásán dolgozik, és a sziklás sima falánát senki sem férhet hozzá. Most hétét görnyedve futott a part alámosott medre alatt. Lábát olykor ellepte egy-egy kis hullám. Távolabb látszott a fákják fénye. Csákányozás, taliganyi korgás, és olykor egy nyújtott kiáltás hangzott. Most néhány recsen is arra figyelmeztette, hogy valaki jár a parton. Óvatosan felnézett. Egy fegyveres ember állt a drót nyílása előtt. A drót szélső bakja felette volt leverve, Felmarkolt egy csomó iszapot és messzire dobta. Az őr arra fordult, azt hitte, így örök a bokorba. Robin óvatosan felhúzózkodott. Az őr még mindig a lehullott iszap nyomán bokrot figyelte. Olyan csapással zúdult rá egy revolver, hogy hang nélkül esett a fűbe. Egy perc alatt megkötözte kezét, lábát, a száját betömte, és továbbosott. A következő drót akadály nyílásánál két őr állt. Beszélgettek. Rover eltúlozza a dolgot, mondta az egyik. A faoxtoniak nem mennek itt megtámadni bennünket. Azért, mondta bontatottan a másik, ha csak ugyan kiszárad a legelő, meg nincs mit inni a marháknak az alsó folyásnál, akkor mi lesz? Te érted ezt a zsilip dolgot? Nem, de akármilyen furcsa ez, a gazda tudja, hogy mit csinál. Mindig is tudta. De ha egyszer sohasem kellett ide másképp, mint ahogy volt. Az öreg apám is azt mondta előtöltős puskájára. Mégis jobb ez, Missen Wenzon ismét lő, vagy egy Mauser automata. És elhallgatott. A bokrok között mögötte megzördült valami. Belépett a sűrűbe. Te, gyere csak itt! A másik elindult, de egy lépés sem tett, és eléje zuhant a társa, úgyhogy keresztül esett rajta. Aztán sok csillagfény lett fel a szem előtt. Jó tudta, hogy puskatussal fejbe csapták. De már elájult. Ezután már csak egy poszt volt előtte. Áron már megkötözve és elnémítve feküdt. Olyan izgalom, olyan mámoros öröm fogta el, hogy szinte remegett egész testébe. A tigris. Igen, ez az, ami eddig bátortalanná tette. A vérébe lapangó bűn, a gyilkolás, a harc öröklött tehetsége. Nem Tonkonortól félt, aki szembeállt, hanem önmagától. Az utolsó őr talán száz lépésre állt a zsiliptől. Ez gyanútlanul bevárta Robint, hiszen a társai sem tartották fel. Egyszer csak revolver feszült a gyomrának, és az érkező kauboly megragadja a cubonyát. Egy hang, és meghalsz. Feltartotta a kezét. Fordulj meg! Engedelmeskedett. Mire felúcsúdott az első meglepetéstől, már betömött szájjal összekötözött kézzel feküdt Robin elkerülve a fákja fényt a fák mögötti cserjék között lopódzott, amíg egy vonalba ért a dolgozókkal. Messze tőle egy magas szikárember lovon járta a töltést. Ez Rover. Ráismert leírás után. Ilyen egyenes tartású, gőgös ember. Lelőhetni szépen, nyugodtan. A keze ott vibrálta levolvere agyán. Most valaki megáll a gazda mellett. Szintén lovon, és egy rajzlapot mutat Rovernek közben nagy ívet ír le a karjával. Kisé kövér ember, szemüveget is hord. Ez a mérnök. Körül zuhogtak a gőzkalapácsok, nyikorogtak a talicskák, lobogtak a fákják. Az idősebb lovas tovább üget a töltésen, a mérnök ide-oda léptet. Most várjon, amíg erre jön. Nyugodtan kilépett a sűrűből, cigarettára gyújtott és zsebre kézzel elindult a mérnök felé. Ügyet sem vetettek rá. Oda ment a szemüveges kisé elhízott emberhez, és közben két beszélgetőt széttolt a könyökével. Amikor a ló mellé ért, jó hangosan mondta. – Tessék velem jönni! – Baj van valahol. – Ott az erdei útnál nincs rendbe valami. És elindult a mérnök előtt. A szemüveges lóháton követte. Oda vezette, ahol az utolsó őrszem feküdt. Ide nem világított a fákja fénye, és senki sem járt a közelbe. – Tessék nézni! A mérnök leszállt a lóról. – Mit nézek? – Rosszul lett egy ember, felelte Robi. – Na és? Nem vagyok or. Szinte egyszerre csapott le a két ökle. Az egyik az álla alatt, a másik gyomorszájon találta a mérnököt. Úgy dobta a vállára a köpcös, mint valami zsákot. Egy kézzel száron vezette a mérnök lovát, azután sietett az őrök már mozgolódtak, de mukkanni se tudtak a kötelékeikbe, és csak halk volt minden hang, ami a szájukba tömött kendő mögül hallatszott. Ahogy kilépett egy rócsövény átjáróján, nekifeküdt a baknak. Eltörte vagy kinyomta, hogy dolguk lesz az összegubancolódott tüskedróttal, amíg erre kijutnak. Tíz perc múlva a mérnököt lóra kötözve vitte. Egy lasszóval Rainbow nyergéhez erősítette a mérnök lovát, majd sebes vágtatásban elérte a kunyhót. Üldözött nem látott a nyomába. Bárkör mélyen aludt, amikor belépett. – Hé, szélhámos úr, ébredjen, beszédünk lesz! Az öreg áltigris rémülten ült föl. Most jön a leszámolás. – Ide figyeljen, az első napon tudtam már, hogy csaló. Magammal hoztam, mert esetleg szükségem lehet nekem is egy szélhámosságra. Nem tagadta. Ura, kényszerházát? Hallgasson, ha nem használhatom fel a céljaimhoz, akkor megölöm. Kétszer is megmentettem az életét. Ez igaz, és kutya legyek, ha elfelállták. Nem fontos. A kormányzó megszegte az ígéretét. És ezt majd maga fogja bizonyítani, ha akarja, ha nem. Most egy foglyot hoztam. Vigyázz rá. Megtöltöm a revolverét, és maga a felelős ezért. De kérem, én nem értek az őrzéset. Eddig csak fogoly voltam. Ezt az embert megkötözve hagyom itt. De nyitva legyen a szeme, érti? Ha visszatérek, és a mérnök eltűnt, akkor szitává lövöm, mert maga ficamodott lábbal nem juthat messzire. Nem is akarok így mászkálni, így ákére. Szeretem önt, és nem árulnám-e. Ne fecsegjen, ön most a tigris, és ha árulásra lesz kedve, jegyezze meg, hogy gondom lesz magára. Egy gyilkosság színhelyén ott hagytam a kabátját. Sok pénzt raboltak azon a helyen. Nehéz lesz tisztázni magát. Szent atyám! Ön épp olyan üldözött rabló e pillanatban, mint én, és egyedül nem menekülhet. Lehajott bárcserhez, és megtapogatta a bokáját. Már lohad a dagana! Hideg vizes borogatást tett rá, aztán sóra nézte az úzódásokat. Rabló, ön olyan jóságos hozzá, pedig én be akartam csapni. Maga egy vén hülye. Vén hm, még igazán nem vagy. Áú! Ott tessék vigyázni, a se ragadt az inge. Honnan tetszik tudni, hogy én nem az igazi vad tigris vagyok. Magára néztem. Egy két pupu teve és egy tigris között kézen fekvő a különbség. Különösen, ha nem tud egyenesen ülni a lovon. A bal keze ügyébe helyezi a revolvert, amikor jobb kezes. Kész, most pedig ne feledje, amit mondtam, mert megjárja. Kiment. A mérnököt leoldozta a lóról, de a kezelába továbbra is megkötözve maradt. Ellátta töltényen Barker pisztolyát. Reggel visszatérek élelemmel. Hány lószőn, matracot is hozzon, uram, könyörg, Lehet rá a fia is. ha jó húzat. A mérnök lovát a ház mögé kötötte. Ellátta szénával, aztán rémbóval ellovagolt szélsebeset. Szemtől szembe Évfél után Falkston egyébként korán pihenni térő lakói még együtt ültek az ivóban. Az a alak hendzeget. Szó sincs róla, hogy visszatérjen. Régen countryba van már, legyintett bánatosan a szeplős. Csak azért bánt el velem, mert nem számítottam az ütésre. Legalább a nevét megtudhattad volna, haud. fordult a serifhez ellen a nagyfejű. Azám, Legalább tudnánk, hogy ki volt az, aki az órunknál fogva vezetett, kiáltotta az asztalra csapva a marha kereskedő. Jobb így, felelte a serif. Cigarettát sodort, nagy, lapos bütykös ujjaival. Azután, mint valami szájharmonikát végighúzogatta az ajkai előtt. Nekem nem szabad tudomásul venni, hogy a mérnököt akarja elrabolni. Már megint rovert véded? Zajongást támadt. A serif nyugodtan felállt. Fiúk, én nem akarom a zsilipet. Meg is mondtam ezt Rovernek. Azt mondom, hogy eddig jó volt így, ezután se kell más. Első a víz, meg a legelő, és vesszen a zsilip. De olyasmiben nem veszek részt, amiért szigorú büntetés jár a serifnek. Ezt beláthatjátok. Akkor át az a cigarettájából, hogy valóságos pernye első hullott a bátyára. Ha ordnak igaza van, – mondta ellen, – nem kell belevonni őt semmibe, ami nem a serifre tartozik. – Azt hiszem, felesleges erről beszélni, – szólt közben a szeplős. – Annak a fickónak keze ágába se volt beosonni Rover táborába. Hirtelen elhallgattak. Lódobogás hallatszott kintről. Valaki leugrott a kocsma előtt. Nehéz léptek döngtek a tornácon, aztán belépett az ajtón. – Jack Rover! – Szálfa egyenesen álltott a hatalmas őszember, kemény tekintetét körüljáratta az ivóba, és dörgő, meleg hangon mondta. Jó estét, Foxtoniak! Egy másodpercnyi súlyos csend után valamennyien felemelkedtek lassan, mint egy hipnotizálva. Ellenkeze a pisztolya agyára nehezedett. Csak húzd ki ellen és lőj! Oldjukosság vagy emberlabdás között alig van különbség. Hogy érted ezt? Mit komédiázol? Egy ártatlan embert elraboltak a munkahelyről. Talán félnek a Foxtoniak és letagadják, amit elkövettek? összenéztek. A kocsmáros mélyet bólintott. Héron az ajkát rágta. Egy helyen még látszott a frissebb, ahol Robin öklétől berepett. Nos, egyedül jöttem ide, nincs velem egyetlen emberem sem. Kisé valószínűtlenül hangzott, de tudták, mint hogy Rover nem hazudik. Hm. Furcsa egy ember. Megnémultatok? Vagy nincs bátorságotok vállalni, amit tettetek? Ahány ember él és mozog körülöttem, el akart jönni a mérnököt keresni. Nem hagytam. De ha egyszer neki indulnak, akkor itt Folkstonban elszabadul az ördög. Nem kell félteni sem a legelőt, sem a vizet, mert nem lesz, aki a marhákat legeltesse. És nem lesz itt semmi, értitek? Senki és semmi, csak a pusztulás. Semmi. Jack Rover, mondta a serif hivatalos komolysággal. Ezek az emberek délután óta együtt ülnek itt, és nem voltak sehol. Ha valami történt nálad, ami törvényellenes, jelentsd nekem, és én eljárok. Robert durván nevetett. Neked? Old. Te ma megfenyegettél a saját házamban. De ha akarod, jelentést teszek. Tessék. Valaki leütötte az őreimet, belopózott a táboromba, és elrabolta a mérnököt. Ámultan néztek össze. Mi őrizteted asszonyokkal a birtokodat? szólt végre ellencsúfondárosa. Férfiakka, ilyesmi nem eshet meg. Rover arca elborult és tűzvörös lett. Elismerem, mondta rekedten, hogy fogsztani emberektől ezt nem vártam volna. Hogy érted ezt? Ahogy akarod ellen. Már érződött a puska porszaga levegőbe. Holt közéjük állt. Becsületemre mondom, Rover, hogy közülük senki sem tette. Rosszul teszed hát, ha belekötsz itt valakibe, – Ami pedig a poklot illeti – kiáltotta közbe ellen – az így is úgy is elszabadul, mert a zsilipet nem tűrjük. Harc lesz kedetlen és elszánt küzdelem az utolsó emberig. – Miért nem terelitek az állatokat az indián kanyonhoz? Ott van bőven fű és nincs messze. – Itt akarunk legeltetni, az ősök földjén. – Nem te parancsolsz, Rover? – fenyegető morajjal fogták körül az őszóriást. Valaki túl közel furakodott hozzá, az durván hátra taszította. A kocsmáros és a serif állták el a kiáltozó útját. Mondd meg, Rover, mit akarsz? kérdezte Hold. Hol van a mérnök? Nem tudja senki. Becsületedre állított itt mindenki előtt, hogy nem tudsz semmit az ügyről? A serif pislogott és körülnézett. Ennyi ember előtt hamisan adja a szavát? Annyit tudok, hogy egy ember, aki ma délután érkezett, a nevét nem mondta meg, tett egy olyan kijelentést, hogy a mérnököt elrabolja. Nem hitte senki, hogy képes lesz rá. Rover látta, hogy a serif igazat mond. Körülnézett. Porta vér a gúnyosan vigyorgó arszoktól. Hogy nézett ki ez az ember? Fiatal, csinos arcú, nagy, fekete szeme van, kisi hajlott óra, vörös ingbe jár. Most nyílt az ajtó, és Rover előtt ott állt a fiatalember. Nagy, fekete szemmel, kisé hajló torral, vörös Robin volt. Jó estét, mondta, és a kalapját az ajtóba vett szögre akasztotta. A kövér kocsmáros jellegzetes, nehéz légzése tisztán hallatszott a csendben. Ez volt az? kérdezte Rover, és a nyakán kidagadt az ér, úgy lüktetett. Azután az idegenhez lépett. A birtokomról eltűnt a mérnök. Nem egy olyan kövér szemüveges? kérdezte élénken, és mosolyogva Robin. De. Láttam country felé az úton. Azt mondta, bemegy a városba iszogatni egy kicsit. Rover megragadta a fiú kabátját. Le a kezekkel, hé! kiáltott Robin. Az öreg meggondolta magát, és eleresztette. Nem sok reménye lehetett, ha verekedést kezd. Nyelt egyet, és hátralépett. Hol van Clayton? kérdezte fagyosan. Claytonnak hívják? Nem is tudta. Érdekes. Maga ma délután azt mondta, hogy el fogja rabolni a mérnököt, igaz? Igaz, de meggondoltam magam, és nem tettem. Sheriff, mondta Rover. Azt állította, hogy teljesíti a kötelességét. Fogja el ezt az embert. Miért? Ő mondta, hogy elrabolja Clayton, mondta Rover. De most tagadja. Ha van valami bizonyítékot, elfogom nyomban, mondta a serif. Értelek, holt? Úgy akarod megsütni a pecsenyét, hogy ne legyen kormos a kezed? Robin közben leült és italt töltött. A körülállók nézték. Tehát behatolt egyedül a zsiliphez, és elrabolta a mérnököt. Reggelig van időtök a mérnököt szabadon engedni, mondta Róvar. Ha hét óráig nem tér vissza, akkor elindulunk valamennyien, és megtaláljuk lejtont. Ebben biztosak lehettek. Elég volt a fenyegetődzaiségből mondta Ellen. Nem félünk se tőled, se az embereittől. Kisé elbizakodottak vagytok, felelte Rover, mert ennek a fiúnak szerencséje volt. Oda lépett Robin elé. Te ki vagy? A nevedet akarom tudni. Névjegyem nincs, de egy családi képet mutatok. Elővette egy zsebórát, és felkattintotta a fedelét. Mit mutatsz nekem? kérdezte csodálkozva Rover. Lásd, hogy ütött az óra Jack Rover. Rover egy pillantást vetett az órára. Valami képféle volt a fedelébe. Mi a csoda? Rover felkiáltott és hátralépett. Az arca halásápat lett. Bemutatkozzam? kérdezte Robin. A feszült csendben kisé megrökönyödötten álltak valamennyien. Egy szót sem értettek az egészből. Mit akarsz? kérdezte rekedten Powell. Tudhatod, Verekedni? Igen. Mit törődsz a zsilippel? Semmit. Ürügy volt, hogy megüzenjem. Ütött az óra, Rover. Rendben van. Gyere velem. Hová? kérdezte Robin. Ahol négy szem közt beszélhetünk. Robin felállt, megigazította a revolvercsövét, és mindenki látta, hogy kissé kihúzza, majd visszateszi a pisztolyát, mint aki próbálna, hogy könnyen rántható-e. Aztán követte Rovert egy ideig szótlanul álltak az ivóban. – Én láttam, hogy veszett ember! – mondta a kocsmáros. – Ez legyőzi őket, ha mögötte állunk! – mondta a szakálas. – Istenemre, az öreg szürke medve emberére talált! – csak a serif áll szótlanul és komolyan. – Mi az, hord? Miért nem beszélsz? Te a megném úta ilyetségedbe? A serif megköszörülte a torkát, mert úgy érezte, hogy fátyolozott lenne kisé a hangja. Tudjátok, ki ez a fiatal ember? kérdezte. Várakozóan néztek rá. A tigris. Döbbenten felkapták a fejüket, mintha kísértett távozott volna, úgy meredtek az ajtóra. Három nap előtt jött az értesítés, folytatta a serif, hogy több embert megölt, akik az apja elfogásában részesek voltak. Útban van ide, hogy Roverrel is végezzem, de közben kiszabadította az apját. Az igazi tigrist? Láthatjátok, hogy ő is igazi tigris. Nekem már beismerte egyszer Rover, hogy később élettebb fejjel nagyon megbánta, amit a tigrissel tett. Most megjelent a tigris kölyök leszámolni, és bizonyára az öreg is itt van valahol a közelben. Az embereket kisé fejbe vágta a közlés. Nézd, ha mondta végre a kocsmáros. Bennünket a tigris sohasem bántott. Nekünk kell valaki, aki alkalmas arra, hogy szembeszállja a rovárrel. Nagyon igaz, elem. miután a nagy rabló neve megmentette a híjúságán esett csorbát. A zsilipellen pellán kiátszuk adunak a tigrist. Jobb kártyánk nincs. Azt mondtad az imént hal, hogy kedvezel nekünk, ahol csak lehet. Úgy van, ezt mondtad. Nevet tudomásul, hogy ez a fiú kicsoda. A serif tanástalanul vakargatta az állat. A kocsmáros lesöpört egy csomó morzsát és hulladékot az asztalról. – Nem ismerted fel, és kész? – Holt hallgatott. – Erdig csak fecsegtetek? – folytatta a vendéglős. – De most az az érzésem, hogy végre történik is valami. Ebbe a pillanatban lövésdőrend élesen, messze hangzóan az éjszakába. Valamennyien kirohantak. Keletről már virrat halványan, a fák koronája között tejszínű derengés látszott, és minden csendes. Aztán lódobogás hallatszott, és a távolban egy vágtató ány sziluettje suhant el a hegyek felé vezető úton. Amikor Rover és a fiatalember kiléptek a kocsmából, még teljes sötétség borult a tájra. Ide hallgass kölyök, függetlenül attól, ami ma közöttünk történni fog, azt akarom, hogy tud. Én nagyon megbántam, amit akkoriban tettem. Nem lett volna szabad a tigrist bántani, miután jó útra tért. Ezt most megmondom. Robin hallgatott. Ami volt, az megtörtént. Most hely kell állni érte, és jobban is szeretném így. De van itt valami más. A zsili. Csendbe mentek egymás mellett néhány lépést. Már mögöttük volt a vendéglő. Robin cigarettára gyűjtött. – Mondd, te törődsz azzal, hogy a zsilip legyen, vagy nem? – A fiú vállat, – mondt. – Nem érdekel. – Hát akkor figyelj! Három hét múlva készen áll a zsilip. Messze vidéknek áldás. Villanyuk lesz, és bekapcsolódhatnak a keleti vasútvonalba. Ezek az alakok áldani fogják a nevemet. Vademberekből polgárok lesznek. Fauston Rossz nevű vadnyugati fészekből város. Messze elhagyták a kocsmát, túljártak Faustonon. Robin a távolba fúrta éles pillantását. Itt megállunk, Rover. Jó. Az öreg óriás is rágyújtott. Nyugodt volt, a gyufa nem remegett a kezében. Ha én nem állok az élen, akkor összeomlik minden. Egyet kérek tőled. Még senkitől sem kértem semmit. Nem teszem meg. Felelte hidegen Robin. Tudod, mit akarok kérni? Semmit se teszek meg, amit te kérsz. Nem nekem teszed. A tigrisek mindig szerették a nyugati embereket. Ez volt a szerencséjük. Ezért találtak mindig cinkosra. Ez a nép itt elzüli, kipusztul. Felmorzsolják az apró harcok a peon indiánokkal. Elpusztul, mert nem kering benne a nagy testvére, a vasuti forgalom. Ez a zsilip villanyt, ipart, vasutat, messze hegyvidéken jó étett teremt. Nem akarják, mondta Robin. A rabszolgákat se akarták felszabadítani, és az első vonatot nem az indiánok, hanem a fehérek siklatták ki, mondta Rover. Mit akarsz? – kérdezte Robin. – Négy hét múlva találkozzunk ott, ahol akarod, és megverekszem veled, ahogy tetszik. Akkor kész a zsilip, lesz itt katonaság, hogy őrizze, és nyugodtan leszámolok veled. Robin sokáig nem felelt. Az arca, mint általában valami unat szomorúsággal fordult a legsötétebb éjszakai homály felé, mintha ott látna valamit. És csak ugyan látott valamit. Egy asszonyt, aki szenved. De ezt az asszonyt csak ilyenkor, csak a sötét semmi mozivásznál lehetett élve látni. Mert az anyja volt, akit sohasem ismert, és mindig szeretett. Furcsa szorongással érezte, hogy a vér, mely nem válhat vízzé, legalábbis hígabban csörgedezik benne nem rezdül a pillája sem, ha revolvert szegeznek rá, és hideg vérrel megtámad egy vonatot. De furcsa gyengétség fogja el, ha az öreg bárkel kificamítja a lábát, és tehetetlen egy síró nővel szemben. Savó keveredett valahol a vérébe. Az a lány ott a kezében volt. Itt áll mellette ez az öreg ember, akit megtörhetett volna, ha Mollit elhurcolja, vagy, vagy, vagy megöli. Mi ez egy tigrisnek? És képtelen volt rám. Sokszor eszébe jut az a kedves arcú finom lány, és ilyenkor még szomorúbb lesz. De a legijesztőbb, hogy ez az öreg óriás itt emberségről, villanyvilágításról beszél, és nem tudja brutális röhögéssel azt felelni. <laughs> Mi közöm hozzá, elő a fegyverekkel. Csak áll és néz, és szomorú lesz, és lassanként eltűnik annak az asszonynak a képe, mert kisé halványul az ég. Már vírad. Rover nem szól semmit hagyta gondolkodni. – Mi hasznod van neked ebből a zsilipből? – kérdezte Robin. – Semmi. – Mit kapsz, ha elkészülsz vele? – Tíz év múlva talán kitüntetést, és húsz év múlva elneveznek egy utcát az emlékemre – mondta Rover. – Akkor miért csinálod? – kérdezte Robin. – Mert tudnom kell. Úgy vagyok vele, mint a tigrisek a portyázással és rablással. Ezt nem értem, felelte egyenesen Robin. Megmagyarázom. Az apám klondájkba ment aranyatásni, és kódusz szegényen halt meg, de ő csinálta az első kompot, fenyőkre erősített kötél segítségével a lyukon folyó. Veszélyes, rossz vállalkozás volt. Ha aranyat keres, a legszebb lelőhelyek között választhatott volna. Az egyik nagybátyám Buffalo Bill-lel lovas csapatokat szervezett, hogy az első pacifik vasút előtt vágva biztosítsák a közlekedést az apám Mexikóba egy zászlóha indián szervezett Juáreznek, és oldalba kapta harmadik Napóleon katonáit, akik Miksa császárral jöttek át Franciaországból. És engem gyerekkorom óta izgat a zsilip, hogy Foxton bekapcsolódjék a nagy keleti ütőér vérkeringésébe. Ilyenek vagyunk. Robin ismét másfelé nézett, nem felelt. Most hazamegyek, ha kész a zsilip, üzen, hogy hol vársz, ott leszek. Ment. Robin nem mozdult. Vagy ötven lépés távolságból még látta a hatalmas alakot, amint a lovára ült. Rainbow és Rover kancája, ahogy eloldozták a kocsma elől, követte csendben a két beszélgetőt. Robin lova ott maradt állva a gazdája közelébe, mintha ő is tűnődne mél a búsan. Nagy, csontos alakja tömör foltádon domborodott a halvány derengésbe. A Rover megsarkantyúzta a lovát és neki rúgatott. Egy dőren is. A ló felágaskodik, és az öreg telepes kibukik a nyerekből. Tigris közbelé. A vendéglőből kis emberek még látták elvágtatni Robin. Legalábbis bizonyosnak látszott, hogy ő az, aki mint gyorsan elsuhanó ány vágtat a fél homályban a hegyek felé. Ha ott tróver mellé, megvizsgálta. Eil? kérdezte ellen. Igen. De hiszen mindkét revolver a tokba van, mondta valaki csodálkozva. A serif felállt. El kell fogni a tigrist, ha ismét látjuk. Miért? Orgyilkos. Robert hátulról érte a lövés, miután lóra ült. Biztos vagy ebbe? Igen. Valaki menjen trikli doktorért, és szállítsuk haza Robert. Azt hiszem, a golyó lecsúszott a lapockájáról. Ha nem túl mélyen fúródott a tüdőbe, akkor megél, mondta a kocsmáros. De mielőtt elmagyaráznánk, Rover emberei szép lövöldözést kezdenek, majd ha a gazdájukat így hozzuk az alp, miután nálunk járt. Hold levette a kalapját és megvakarta a feje búbját. Ez csak ugyan meleg helyzet. Majd én előre megyek, mondta végül bizonytalan hangon a serif. Közben valahogy rögtönzött kötéssel látták el Rovert. A seb nem vérzett erősen. A nyílás összezárult félig meddig. A vendéglős néhány emberrel kitolta a zöldséges kocsit a fészerből, hogy elszállítsák rajta Rowert. Valaki már vártatott Rikli doktorért. A többi utálattal, rossz eltelve állt. Orgyilkosság itt évszámra nem fordul elő, talán még rablógyilkos se teszi, ha nyugati ember. Hátulról egy lovast lepuffantani, ilyesmi a legcsúfabb gyalázatosság. A serif már ellovagolt, és a többiek is felcihelődtek a lovaikra, hogy kövessék a zöldséges kódét, amelyen valahogy elhelyezték a sebesültet. Áj! Egy fegyveres fogadta holdot. Beszélni akarok az öreg Bobbal. hivatalosan jöttem. Az őr bekiáltott. Hely, Bob, jöjjön csak ide, Faustomból érkezett valaki. Nem mondta, hogy serif az illető. Hol egy erősen hanyatlóba volt. Az öreg Bob kijött. – Hol a gazda? – kérdezte nyugodtan, de különösen merev testtartással. – Beszélni valóm van veletek, hívd össze az embereket. – Hol a gazda? – Ide figyelj, Bob. Én ide, mint serif jöttem, hivatalos ügyben, és felelőssé teszlek téged meg az embereidet mindenért, ami történni fog a megakadályozó munkámban. Bob kivette a pipáját és köpött. Aztán vállat volt. – Mit akarsz? Az embereket hívd össze a közelből, és ha lehet, beszélnék Miss Roverrel is. És megmondod akkor, hogy hol a gazda? Igen. Rövidesen együtt voltak a farm legényei, és kisietett Molly is. Sápat volt, és kis élihegbe jött, de amennyire lehetett, megőrizte a nyugalmát. Mi történt az apámmal? A fegyveres kabolyok hang nélkül, de olyan arckifejezéssel fogták körül, hogy hol megborzadt. Ott kezdem, hogy Rover ma lent járt a Falkstoni kocsmában, ahol ismét nagy veszekedés volt, és sértetlenül távozott, egy idegen ifjú társaságában. – Mi történt vele? – kérdezte halkan Molly. Ezzel az emberrel szóváltása volt, és elhatározták, hogy megverekszenek egymással. – És? – Nem így történt. Az illető hátulról lelőtte Rovert. Molly halkan felsikoltott, és Bobra támaszkodott. Rover él. Nem tudom, veszélyese a sebe. Ti ezt végignéztétek? kérdezte Bob. Mi a kocsmában voltunk. Lövést hallottunk, és mire kisiettünk, az idegen ellovagolt. A Foxtoniak idehozzák Róvert. Előre jöttem, hogyha lehet, megakadályozzam a lövöldözést, mert azt hinnétek, hogy mi Foxtoniak lőttük le az öreget. Így is azt hisszük, Sheriff, mondta valaki keményen. Allőtte le a gazdát, aki a mérnököt elszöktette. Hold állta a tekinteteket. Bob neki vörösödve ugrott a serif felé. Azt akarod mondani, hogy valami idegennek állott érdekében a zsilip ellen fondorkodni? Igen. Ki az az idegen, mi? Kiáltotta egy másik. A serif megvárta, amíg csend lett. A tigris felelte azután. Erre elült minden zaj. Figyelmeztették rá Robert. – Én magam hoztam ide a küldöncöt egy Peterson nevű serif sürgőnyével. A folkszoniak még senkit sem lőttek le hátulról, és velem együtt üldözni fogják a tigrist, mert az orgyilkos errefelé nem talál sövetségest. Móli első rémület zsibadásából csak most ért magához. Az apja iránti aggódáson kívül egy új fájdalom is kínoszta. Robin tette. Orvult. A kételkedett is eddig abban, hogy a fiatalember rabló gyilkos, most már bizonyossá vált, hogy ez. Sheriff, mondta hangosan is határozottan, a folkstoniak nyugodtan jöhetnek az apámmal, itt egy szóval sem bántják őket. Ez nagyon helyén való megnyugtatás, Miss. Felesleges vérontás lenne, mondta a sheriff. És a zsilip? Kiáltotta Bobapó. Számíthatunk? Csend! Móli átvette az intézkedést. Ennek az ügynek semmi köze a zsiliphez. Veszélyes a seb? Nem tudom, Miss Rover. Elküldtem trikliért, az majd megmondja. A lapuck alatt talált, de Rover még él. Feltűnt a sebesültet szállító kordé, mögötte a folkstaniat. A golyó nem hatott mélyen a tüdőbe, mert elcsúszott kisé. Azért veszélyes volt. Nyugodtan kell feküdni, mondta trikli doktor. Ez az öreg medve kiheveri. A doktor beszédmódja kisénnyel volt, de sokra tartották erre Móli ott ült az apja ágya mellett. A beteg már magához térte, nem szólt, gondolkodott. Később Bob jött be. Miss Rover, csak egy fejbólintás, és egész, hogy a gazda felvilágosítson bennünket. Az emberek nyugtalanok, és hiába vigyázunk, valami kirobbanhat. A beteg felemelte a kezét, és intett jelezve, hogy kérdezzen Bob. – A Faustoniak bűnösök ebbe? A beteg határozottan nemet intett a fejével. – A tigris lőtte le orvul? A beteg lassan igent bólintott. Az öreg kiment, hogy megnyugtassa a legényeket. Rover a lánya felé fordult. Nem volt szabad beszélnie, a szemével kért valamit. Móli papírt és ceruzát hozott. Rover keze erőtlenül húzta az iront. – Keressétek clayton a zsilipet akarom. – Törölj! – Molly megértette. Este kisietett az emberek közé. – Fiúk, összeállítunk egy csapatot, és megpróbáljuk felkutatni a mérnököt. Én veszem át az apám helyét. A zsilipet felépítjük. Most már becsület kérdése, hogy megijedünk-e egy szárablótól, vagy akár száz tanítól. Eltalálta a hangot a kobolyok szívéhez a hívságon keresztül. – Miss Rover, – mondta Bobapó, – mi valamennyien az utolsó emberik ott állunk ön mellett. Helyes lőmoraj zúgott fel. – És ha lehet, – folytatta Molly, akkor elfogjuk ezt a fenevadat is, és felhúzzuk az első fára. – Nem, – mondta határozottan a lány, – a Rover Farm embelei nem lincselnek. A tigrist átadjuk a törvénynek, ha lehet, élve. Bement a házba, és végig sietett a folyosón a szobája felé. El kell fogni azt a fenevadat, alakoskodó szeli arcával, megtévesztő modorával. Felkötni, lelőni, gondolta elkeseredetten, és benyitott az ajtón. A szobájában, szemben vele, ott volt Robin, a tigris. Hajsza egy szellem nyomába. Ne kiáltson, Miss Rover, fegyvertelenül állok itt. A tetszik, fedezze magát egy revolverrel. Gyilkos! Ez volt az első szó, amelyik feltört belőle. Kérem, felelte nyugodtan halkan a fiú. Csukja be az ajtót, mert ha valaki erre jön és meglát, akkor elfognak nyomban. Azt hiszi talán, hogy innen távozhat anélkül, hogy elfogják? Valószínű. Ha önbír annyi igazságérzettel, hogy végighallgatja, amit mondok, akkor remélem. Molly becsukta az ajtót. Beszéljem, de röviden. Amúgy se vagyok bőbeszédű. Rágyújthatok a szobájába? Nem. Kérem. Ma éjszaka beszélgettem az apjával. És Orvul rálőtt? Nem lőttem rá. Tazadni próbál? Nincs mit tazadni. Azt mondta, halasszuk el a pár viadalt, amíg elkészül a zsilippel. Beleegyeztem. Erre elment, lóra jut, és valahonnan lövés dördült. Nem is messze tőlem. Móli megvetően mosolygott. Ilyen átlátszó hazugságokkal áll elő? Hallgasson végig. Tisztán kivehettem, hogy lódobogás hangzik jobb felől. Én is lóra kaptam. Utána eredtem, és... És nem érte utol? Vágott közbe dühös gunnyal Móli. De, utolértem. És hol van az illető? Nem fogtam el. És miért? Mert az apám. Móli habozva állt. Egy barlang előtt általó, amikor a nyomok után beértem. Onnan szólt hozzám a sötétből, hogy ne jöjjek tovább után. Ön együtt érkezett az apjával, hiszen én értem küldték cserébe. Hanton kormányzó becsapott valami komédiást küldött a tigris helyett. Az apám, amikor utolértem, azt mondta, hogy ne kutassak utána. Nem akar látni. Azt se akarja, hogy én lássam, mert a külsejét megváltoztatta, és gyűlöl, mert nekem kellett volna lelőni Róvert. Ott hagytam a barlangnyílást. Képtelen voltam rá, hogy kövessem, vagy harcoljak vele. Móli idegesen nevetett. Ezzel az otromba hazugsággal nem ússza meg, talán a két trappert sem az előtte agyon? És a bőrcsámi vendéglős sem? Robin csodálkozva húzta fel a vállait. Erről most hallok először. Elég legyen! Azért jött ide, hogy nevetséges mesékkel tisztára mossa magát? A folyosóról határozott lépések hangzottak. Az ablak felől kiáltozás. Ha Móli akarja, akkor a tigris elveszett ember. Miért jött ide? kérdezte a lány, mert ezt nem értette. Meg akartam mondani, hogy tőlem ne féljem. Én megvárom, amíg elkészül a zsilip. És akkor? Akkor, felelte Robin lassan, megverekszem Roverra. Ezek után azt várja, hogy elengedje minden? Hát, mindegy, hogy mit tesz. Miért tagadja le a gyilkosságait? Az apja is így tett. Robin kisebb után nézett maga elé. Kérem, én eddig egy embert öltem meg, Tom Connort, aki revolvert akart rántani, tehát jogosan védelemből tettem. A többit nem értem. Móli kétségbe esetten át, hogy mennyire képtelen rá hazugnak hinni ezt az embert. És a vendéglős? Tex Brandon, akivel szóváltása volt? Csak ugyan lehortam Tex Brandont, és megfenyegettem. Piszok uzsorás, aki délután kidobott, amikor egy kölcsőre haladékot kértem. És a lányáról is szó volt. Szerette a lányát? Akkor azt hittem, hogy szeretem. Nem érzi, hogy milyen átlátszó gyáva hazugságnak tűnik, amit mond? Tex Brandonnal szóváltása volt, és egy perc múlva halottan találták lelőve. Az apámmal szóváltása volt, és nyomban utána hátulról lelőtt egy láthatatlan ember. Lehet itt mást hinni, mint azt, hogy tagad? Üresen, ostobán, mint a megrögzött bűnözők általában? Robin vállat vont. Belátom, hogy így van. Mégis úgy áll a dolog, hogy Tex brandon nem öltem meg. Roverre sem én lőttem rá hátulról, és a többi állítólagos áldozatról sem tudok. Olyan tiszta, becsületes, őszinte szeme volt, és olyan nyugodtan állt a lány előtt. Ha komédiázik, akkor a világ legnagyobb komédiása, gondolta Molly. Ha már megtisztelt bűneim felsorolásával, folytatta. Nem mondaná el, hogy kik voltak a többi áldozataim. Fred Narvis és Jimmy H. kiáltotta indulatosan a lány. Közben a későn érkező lapokból elolvasta Robin Brunrastromát. Reggelig olvasta. Tízszer, húszszor, százszor, és még mindig ott feküdt az ágyán a két újság. Robin olyan hökkenten nézett rá, mintha fejbe ütötték volna. Ezek, akik az apámat elfogták. Igen, itt az újság, ne higgye, hogy erre felé nem ismerik a bűneit. Robin felvette az újságot és elolvasta. Aztán sokáig állt, nagyon szomorú arccal. Nos, tagadja? Nem, felelterekedtem. Nem tagadom. Most már beismerem. Ezeket én öltem meg. Érdekes. Most először éreztem, Olli, hogy itt valami, valami titok, amit nem ért. Most érezte először határozottan, hogy Robin hazudik. Most, amikor beismerte a gyilkosságot. Maga bevallja? Igen, ezeket az embereket én öltem meg. És a többit? Tex Brandon? Robin elgondolkozott. Azt is, mondta aztán. És az apját is. Én lőttem le hátulról. Olyan derűsen szája szélén rezdülő szelit, kis szomorú mosolyjal nézte a lányt, mintha enyeleg nevele. Móli elé állt és felnézett rá. Robin, mondta, és megijedt attól, hogy a keresztnevén szólította a tigrist. Mondja meg az igazat. Igazat mondtam. Én öltem meg mindazokat, akikről beszél. Jimmy Hallert és... Molly hisztérikusan nevetett. <laughs> a nevét se tudja, hiszen vérel írta fel a falra, hogy Jimmy Hall. Robin nem felelt, és Molly egy székre rostkadt. Aztán az asztalra borult, és keservesen sírt. A férfi torkát melkasát szorongatta valami. Kinyúlt a keze, és megsimogatta a lányt. Nem érezte Móli? Vagy tűrte? Annyi bizonyos, hogy nem mozdult, csak sírt. Kopogtak. Móli felugrott, Robinra nézett, de az nyugodtan állt. Ki az? Bob, valami baj van, Miss Rover, mintha sírni hallottam volna. Móli habozott, mély lélegzetet vett, aztán Robinra nézett, majd az ajtóra. Semmi felelte erőtetett nyugalommal. Mindjárt jövök, Boba A lépések távolodtak. Miért nem hívta be? Ne féljen, nem lesz lövöldözés. Megadom magam ellenkezés nélkül. És felkötik. Móli az ujjait tördette. Egyre őrítőbben érezte, hogy itt valami szörnyű titok van. Az nem lehet, hogy Robin. Először tagad, aztán beismeri az apja, vállalni akarja, amit az apja tett. Az apja tette a többit is? Robin nem etintett. Én követtem el mindent, Miss Rover. Nem igaz! Furcsa. Amikor tagadtam, nem hit most, hogy beismerem, ismét nem hisz. Nem. Hallgattak. Aztán a lány izgatottan kérdezte. Ki tud innen jutni? Könnyen. Ha egyszer bejöttem, akkor azon az úton vissza is mehetek. – És a mérnök? – Ezt az ügyet az apjával elintéztem. A zsilipet építsék fel. – Tehát? – A mérnök este itt lesz. – Menjen! Siessen! Én nem akarom, hogy elfogják! Robin egy pillanatig nézte. – Kár! – mondta ezután. – Mire mondja ezt? – Hogy én sohasem szerethetek. Senkit nem lehet házam, földem. Miért? Mert nincs értelme. Azt, nem köthetek magamhoz. Azt hiszi, nincs olyan, aki minden bizonyítéknál jobban hisz a maga szavában? Egymással szemben álltak. Robin szomorúan megfogta a lány kezét. És ha hisz valaki, mit használ? Tudom, hogy a véremben rabló ősük ösztön elappant. Mikor tör ki, ezt ki tudja. A asszonyt nem köthet magához egy tigris. És gyerek, elég volt a fajtámból. Móli nem felelt. A keze, amelyet Robin elengedett, csüggetten lehullott. Menjen, suttogta aztán. Móli lement az apjához. Estére itt lesz a mérnök, mondta. Este csak ugyanott volt a mérnök. Holtam. Átlőtt fejjel találták meg a ház közelébe. Barker görcsösen fogta a pisztolyt, és szembeült a kövér mérnökkel. Micsoda maga? – kérdezte kisé ilyetten Clayton. – Az ördög vigye el. Most nem tudja az emberi bestia nevét, amelytől retteg a környék. – Ah, megvan! – Én, én a Párduc nevű híres rabló vagyok. Clayton vállat volt. Ilyen nevű rablóról nem hallottam. Hú, baj van, gondolta az öreg. Gúnyos mosolyjal próbálta javítani a baklövést. De a leopardról bizonyára többet tud. Nem én? Hm. És hogy állunk a fortus hiénával? Clayton azt gondolta magában, hogy az idős úr itt vele szemben hülye. Azért mondok mindenféle neveket, hogy eszelbe juttassam az igazit, folytatta bárker. Önnek fogalma sincs, hogy milyen nagy állatnak ismernek engem ezen a környéken. Nem csodálom. Sájtelme sincs, hogy mi miféle néven vagyok itt közismert. Ló? kérdezte a mérnök kíváncsian. Víz, víz! Vérengzőt mondjon, amit ő rettegnek. Bölé. Bárkör érezte, hogy nem az. Melyik a legveszélyesebb volt az államokba? A szürke medve. Nem, de hagyjuk. Ha nem találja akkor maradjon meg tudatlanságba. Én megvetem önt. Léton szívesen eltalálta volna a bestia nevét, mert Szelit természeténél fogva szerette, ha nem bánt meg senkit. Különösen ezt a revolveres öreg urat. Miért fogtak el? kérdezte. Ász hivatalos titok, ön itt fogoly. És mit szabad csinálnom? Kanapékat. De még nincs hozzávaló. Csak ugyan beteg lehet az öreg, gondolta Clayton. Ha nem lenne megkötve a keze, ajánlanám, hogy készítsen papírzacskót. Kedves vadmacska úr, kérlette a mérnök. Víz, víz, olyan vadról van szó, amely nesztelenül oson, és mindenki elkerüli. Görény, az nagyon nesztelen, és igazán elkerülik. – Miért? – horkant föl Barker. – Talán van bennem valami görényszerű? – Hát, nem sok – hebegte a mérnök. – Szóljon, ha enni akar. – Vegye úgy, hogy szóltam. Miután enni adott a mérnöknek, ismét elhelyezkedett szemben. – Meddig leszek fogva? – kérdezte Clayton. – Nem kérdezős köthet? – felelte szigorúan. Tilos mint magánál tartani, ami testi sértésre alkalmas, és látogatókat csak külön engedéllyel fogadhat. N Nézze, vaddisznó úr, elég! Később elveszem majd a nadrág szíját és a cipőfűzőit. Ezt a szabályzat előírja. A mérnök ettől nagyon elszomorodott, és nem szólt többet. Ha, akkor alhat is, biztatta később bárker, mert elámosodott. Addig nem alszom, amíg eszembe nem jut az ön állatneve. Hát ki a legnagyobb rabló az államokba? A tigris, mondta valaki az ajtóba. A tigris állt a küszöbön. Az igazi. Hasonlított kisé bárkerre. Ritkás, macskaszerű bajusza. Szabálytalan, félszemöldöke, majdnem ugyanolyanok voltak. És mégis. Ez az arc a tigrisé volt. Ott állt szembe a karikatúrájával lazán fogta hón alatt a puskáját, újra a ravaszon pihent, és a cső, mint egy véletlenül bárcsörre irányult. Az átigris nyomba kiejtette a revolvert a kezéből. Clayton nem értette az ügyet. Mi baja magának, maga csaló? kérdezte bárcsört, akinek az egyik lába a levágott csizma helyett volt bugyolálva. El, törött a lábam, felelte rémültem. A gyáva emberek eltúlozzák a bajukat, szorult helyzetben, hogy részvétet keltsenek abban, akitől félnek. Így lett a gyógyuló ficamból törés. És maga? fordult a tigris Claytonhoz. Pogoly vagyok, nem tudom miért, és nem tudom kinél. Hol fogták el? A rover farmon. Én végzem a zsilipépítést. Mérnök vagyok. Ó! Oh. Valamint tűnődött. Aztán hirtelen megfordult. Bárkör szívét jeges rémület szorította össze. Az igazi, ez a tigris. A fiát becsapta, az apát kicsúfolta ezzel a maszkkal. Halál a befejezett tény. csak azt várják, hogy teljesen lábra álljon, mert az előírás szerint beteg embert nem szabad kivégezni, és ezek tartják magukat a börtön szabályokhoz. A tigris belépett a szobába. A fiam érkezik, nem akarok találkozni vele. Ide húzódom a sarokba a gerenda mögé, ha csak egy jellel elárulják itt létemet, lelövöm magukat. Mondta csak úgy, mintha beszélgetne, aztán odament a kunyhó homályos sarkába a gerenda mögé. Most már tudom, hogy milyen fenevadat gondolt, jegyezte meg Clayton, aki nem volt tisztában a helyzet komolyságával. Nyilván tigrist, nem? Ne fecságján, mondta ilyetten. Csak beszélgessenek szólt a sarokból a tigris. Ha Robin fülel mielőtt bejön, legalább nem gyanakszik. Rajta, beszélgetni! Bárcsán rémülten engedelmeskedett. – Hogy van? – kérdezte hebegve Clayton. – Na, nagyon jól – felelte a másik, most már kisé Szép időnk van. – Ez de a múlt héten kisé fújt a szél. – Ön azt mondta, hogy híres rabló, akinek állat neve van. Feszegette a problémát Clayton. Most úgy lémlik, hogy ez, a, ez az úr, a elbújt, ez a tulajdonképpeni állat. Barker mély labúsan csóválta a fejét. Nem, az állat én vagyok, ez kétségtelen. Valaki vártatva érkezett. Ledobbant a lóról, és bejött. Robin volt. Mérnök úr, mondta gyorsan. Velem jön. Szabadon bocsátom. Arra kérem csak, hogy ne árulja el ezt a rejtek helyet, mert ezt a bolondos sebesültet nem akarom cipelni ilyen állapotba. Efelől nyugodt lehet, egyezett bele örömmel Clayton. Visszamegy roverőkhez, és folytatja a zsili felépítését. Odalépett, elvágta a kötelékeket, és felsegítette, mert a mérnök tagjai kisé elgémberedtek a mozdulatlanságtól. Aztán a nyerek élelmiszereket hozott be, és odadobta Barkernek. – Itt van maga szélhámos. Hónap ismét hozok. – Mondja, kérem – kérdezte a mérnök. – Ezt a kérdést nem tudtam megoldani, és szeretném, ha a jövőbe elkerülném a hasonló kényelmetlen helyzetet. – Miféle állat ez az úr? Robin végignézett bárkeren. Egy nagy ló. – Hát ezt mondtam. – Csodálkozott a mérnök, és nem értette az esetet, de Robin nem tárgyalt tovább, hanem vitte. Gyalogvágtak nekik Létonnal. Rainbow lassan követte őket. Amikor elindultak, kilépett rejtek helyéről a tigris. – Még visszatérek! – suttogta Barkerhez, és kisúrant. Barker egyedül maradt a sötét kunyhóba. Robintól már nem félt komolyan. Titokba talán úgy érezte elhagyott vén szívébe, mint a csak ugyan a fia lenne, hiszen gondoskodott róla. A fia. Van is valahol egy fia Pittsburghben vagy New Orleansba, és egyszer küldött neki a fegyházba húsz dollárt, de a legközelebbi címét gondosan eltitkolta. De mi lesz, ha ez a sátánképű főtig is visszatér? Most nem merte előni, mert a távozók hallották volna. De esetleg rövidesen visszatér, és egy golyóval elintézi. Ez biztos de nem sietett vele, mert azt hitte, hogy eltörött a lába. Úgy sem menekülhet tehát. O no, de nincs törés. Az ajtó így csúszott, aztán megpróbált felállni. Kisé nyilalt a bokája, de a tessúját a másik lábára helyezte, akkor bicegve elindulhatott. Mmm, már alig dagadt, és nem is fáj nagyon. Megkísérelhette volna előbb is, hogy lábra álljon, de az ember olyan szívesen hever betegen. Tiszta holdfény világított, beragyogta a völgyet. Valahol a távoli ezüstködbe mosódó látóhatáron country vasutállomás fehér kőkerítése látszott, és alatta a Falkston felé kanyargó szerpentinen éppen leért a két férfi anyomukba baktató lóval. Kisé megáztatta vér alá bokáját a patak hideg vizébe, és ahogy csak bicegéséből tellett, igyekezett tovább. Ha ismét találkozik Tigdis szeniorral, akkor ez végez vele. Biztosan. Arra felé country irányába vezet egy ösvény a Amikor felért az ösvény előtti emelkedésre, ismét lenézett. A rover farmot látta, és nem messze apró piros foltok. A zsilipnél dolgozók fákjái. A farmhoz vezető úton egy kövér lakporoszkált holdfénybe. Egyedül. Robin tehát magára hagyta. Most egy lovas bukkant felvártatva az úton, egy félkör végén, amelyel megelőzte a mérnököt. A ló, mint egy lefékezett autó, szinte átmenet nélkül a rohanásból megállt. Barker felkiált. A lovas felkapja a puskáját és lő. A mérnök lebukik. A gyilkos bevágtat a sűrűbe, de Barker jól látta, az öreg tigris volt. Lelőttek Clayton. -t. Most már nem törődött semmivel. Futott. Futott, és a bokáját, mintha éles késsel döfködnék. Felcsap a láng. Amikor a halott mérnököt hozták, Molly úgy érezte, hogy megőrül. – Mi történt vele? – kérdezte Bobot. – Nem lehet tudni, itt találták a fan felé vezető úton. Még meleg volt, de már nem élt. – Láttak valakit a közelben? – Mit kellett látni? – szólt közbe a kóboly vállatvonva. – Tudjuk, ki volt. – Honnan? kiáltotta élesen Molly, és valamennyien furcsán néztek rá. Hát, aki elrabolta, aki a gazdájára is lőtt. A gazdára hátulról lőttek, ő nem láthatta, ki volt. Különösen pislogva álltak ott. Furcsa, talán Miss Rover védi a gyilkost. Hát ki lehetett volna? kérdezte Bob. A lány erélyesen, de gyors, izgatott szavakba beszélt. Van egy öreg tigris is. Nem tudjátok, hogy él, és itt van a környékem? Meglepett csend támadt. A mérnök teteme ott feküdt az udvarban egy terítőn. A, oh, Miss honnan tudja ezt? Szólalt meg az öreg kovboly. Én is a tigris fogja voltam, és tudom, hogy az apját is szabadon bocsátották. Láttam. Érezte, hogy valamivel valószínűsíteni kell, amit állít, és végre is nem hazudott csak ugyanazt hitte az öreg bárcserre, hogy az a tigris. Mindegy, hogy mi volt és hogy volt, mind a két tigris megérett a kötére, kiáltotta Bobapó. Erre nem szólhatott semmit. Az apám előtt titkolni kell, ami történt, legalább addig, amíg lábra áll. Na de, mérnök kell? Az apám tegnap előtt írt a kormányzónak. Lehet, hogy holnap vagy két nap múlva új mérnök jön. Addig van mit dolgozni, olyan, amihez nem kell mérnök. Vigyék el szegény clayton és... Ne vigyék! Egy látogató lépett észlevétlenül a kertbe. Ötven év körüli szikár, napbarnított ember volt. Hasik sáros lovat vezetett száron, és látszott rajta, hogy messzi útról jön. Peterson vagyok, a Burkham és Herif. Aki sürgőnzött? Igen. Úgy látom azonban, hogy mégsem vigyáztak eléggé. A halotthoz lépett. Ki ez az ember? Clayton, a mérnök. Letérdelt a halott mellé, és megvizsgálta. Fogságban volt, mondta aztán. A csuklóin látszik a kötél nyoma. A tigris elrabolt a tábor közepéről, ahol a zsilipet építik. Maga őt üldözi? Igen, ha nem kellett volna visszatérnem közben Birkenbe, és onnan a kormányzóságra, akkor már fogoly lenne. Egyedül a el elfogni. A serif felnézett Bobra. Mit gondol, hogy egy lovas hadosztály kint? Vigyék el a halottat, a gazdával szeretnék beszélni. Az apám beteg. Miss Rover igen, az apám megsebesült. Pedig figyelmeztettem, nem kapta meg idejébe a sürgönyt. De igen, jöjjön be a házba, uram, mondta Molly, és elindult. Petezzünk követte. A lány a saját szobájába vezette. Mondjon el mindent, Miss Rover, mi történt azóta, hogy a tigris feltűnt a vidéken, illetve amióta önt elfogta. Móli elmesélte a fogság történetét, úgy mondott el mindent, ahogy volt. Peterson időnként csodálkozva felhúzta szemöldökét, mintha nem várt volna Robintól ennyi emberséget és tapintatot egy fogoly hölgyel szembe. Végül rátért az idősebb tigrisre. Az nem a tigris volt, hanem egy öreg színész, aki nótórius okirat hamisító, mondta a serif. Tudom. Honnan? A lány elpirult és hallgatott. A serif kutatóan nézte, de nem szólt. Aztán itt bukkant fel, folytatta Molly. A zsilip körüli háborúról hallott talán? Igen, valamit meséltek a kormányzóságon, és egy fiatal mérnök útnak indult. Ó, hát ez nagyszerű. Nem is olyan nagyszerű. Fiatal ember. Csár érte. Maga is feleslegesnek tartja, amit az apám tervez? Én fontosnak tartom, de bolond emberek élnek erre felé. Folytassa, Miss Rover. Hm. Nincs sok hátra. Elraboltam megfoghatatlan módon a mérnököt az embereim közül. Hm. És azután? Azután az apám lement Foxtonba, és valaki hátulról lelőtte, miközben lóra szállt. Valaki? Kétséges talán, hogy ki volt az illető. Én nem vagyok olyan biztos hogy Rob ő tette. Most a serif tartott szünetet, aztán megkérdezte. Van más is, aki gyanúsítható? Az öreg tigris. Peterson elmosolyodott. <laughs> Ez a fény ripacs, Barker. Nem, az igazi tigris, az öreg. A serif felállt. Miss Rover, mielőtt elmennék, egy titkot bízok őre, amit kevesen tudnak az államokba. Én is csak most értesültem róla a kormányzótól. Az öreg tigris öt éve halott. Móli elfehéredett. Aztán ő is felállt. Lassan, mint egy hipnotizálva. Mi? Azt mondja, hogy meghalt. Vírat. A szobában lassan halványult a lámpafény. Öt év előtt, kezdte Peterson, megkegyelmeztek neki. Jól tudjuk, hogy odafent az urak között sokan voltak, akik sajnálták a tigrist, hiszen már jó útra tért, amikor elfogták. Felesége sorsa csak fokozta ezt a részvétet. Öt év előtt a legnagyobb titokba szabad lábra helyezték. Súlyos tüdőbaj támadta meg a börtönben. Szánalmas roncs volt, egy rendőrtisztviselővel Havannába utazott, ahol szintén hatósági felügyelet alatt állt. Négy évvel ezelőtt meghalt. Egy évet töltött mindössze szabadlábon. Láttam a halottas képét, amit az ottani hatóságok küldtek. Kétségtelen az azonosság. Móliban ismét felerősödött az a csendes fájás, amely nyomban enyhült, ha Robin bűnössége kétségessé vált. Ön? Tehát bizonyos a bűnös személyében? Sajnos kétséget kizáróan. Boldog lennék, ha nem így volna. Ezt elhiheti. Nem mondta el a lánynak, hogy Robin nem a tigris fia. Szegény Jeff Olsen minek bemártani, ha egyszer úgysem segíthet a fiú. Pedig Olsen ostoba története okozta a bajt. Ha Robin idejébe értesül, hogy egy Vellát nevű orvos gyermeke, akkor nincs semmi baj. De így legalább a jóhiszemű bűnös, szegény Jeff, maradjon háttérben. Végére járok az ügynek, kisasszony. Kérem, Mr. Peterson, maradjon addig a mi vendégünk. Úgy is kell valaki, aki intézkedni tud baj esetén. Az apám még nagyon erőtlen. Köszönöm, Miss, elfogadom. Kérem azonban, hogy ne titkoljon előlem semmit. Bízhat bennem. Móli gondolkodott. Nincs mit titkolnom mondta azután nagyon szomorúan, de a serif látta, hogy könnyekkel küszködik. Hat nap múlva Rover már felült az ágyban. A seb nem volt túl mély, gyorsan gyógyult, és a vas szervezet könnyen gyűlte le a vérveszteség okozta gyengeséget. Gazda, jelentette Bob, most már rövidesen megáll a munka, ha nincs mérnök. A Rover, aki előzőleg mindenféle hízelgéssel egy szivart próbált kicsalni Mollitól, csak most ébredt újra tudatára, hogy mi volt körülötte, mielőtt megsebesült. Azt már közölték vele, hogy Clayton meghalt, de valahogy nem kötötte le eddig más, csak a betegsége. Most újra ráeszmélt mindenre. A zsili. Várni kell, Bob. A kormányzó megígérte, hogy új mérnököt küld. De Ardi, van valami baj? Az emberek, hogy is mondjam, Megvakarta a fejét. Beszélj. Szóval, hát, amíg maga köztük volt, addig hát a pokolba is elmentek volna kérdezősködés nélkül, mert hisznek abba, hogy erős és. és most. Nézze, bossz! Őszintén fogok beszélni. Az új emberek egy része vagy tíz elszökött, amikor az az ördög elraboltak Léton. Félnek a tigristől. Pusztuljanak, aki fél, az nem kell itt. Bob tapogott. Nos, ki vele? Mi van még? A többiek suttognak. Mi a fene? Mit suttognak? Hát, némelyik látta, hogy a zsilip miatt csak ugyan kiszáradt néhány legelő, és régi módi emberek. Ők sem értik, hogy mi szükség a szép életet adó kiszárítására, amikor Bob az öreg koboly zavarába a földet nézte, a rover összevont szemöldökkel figyelte. Talán neked is ez a véleményed? Én kitartok magam mellett az utolsó leheletemig. Ezt jól tudhatja, kérem, mondta Bob. De nem kell az olyan ember, aki nem hisz abban, amit csinál, mondta rover. Magyarázza meg, bossz, úgy, hogy ők is értsék. Minek a zsili, minek a sok szerencsétlenség, és minek kiszárítani a legelőt, ahol már a nagyapáink is. Bob, mondta Róver, elgondolkodva. Vedd fel a fizetésed, és még háromszáz dollárt. A raktárból meg, amit akarsz. Derék ember vagy. Isten áldjon. El... elküld? Igen. Öreg vagy. Eleget dolgozta. Utazz a lányodhoz Wyomingba. A többieknek is mondd meg, hogy aki el akar menni, az jelentkezzék nálad. Fizest ki őket. Azt hiszi, hogy én elmegyek innen? Kiabálta durván Bob. Engem nem küldhet el, érti? Én addig vagyok itt, amíg maga. A többi mehet, ahova akar. De engem ne a mindenségit. Kiabálta neki vörösödve Bob. Rover elfolytott egy nevetést. Mégis úgy lesz, hogy elbocsájtalak, Bob, mert nem szabad olyan munkát végezni, amiben nem hisz az ember. – Ez mind ostobaság! – lármázott az öreg. – Azt mondtam, elmész. – Nem vitatkozom magával, vénbolont, üvöltötte Bob, és miközben kiment, úgy bevágta az ajtót, hogy a ház megrezdült. Még az udvaron is izgatott magánbeszélgetést folytatott, és élénk taglejtésekkel kísérte a monológiát. Rover kijut az ágy szélére. Kisé szédült. Aztán felállt, hogy a nadrágjáért nyúljon, de visszaesett ültébe. Harmadik próbára sikerült. Miután felöltözött, ismét ült néhány percig. Azután átment a másik szobába. Szerencséjére Molly nem volt ott. Szívarra gyújtott, és kinézett az udvarra. Egy ismeretlen férfit látott a kerítésnél. Éppen a lovát vezette ki. Szikár, napbarnitottalak. Ki lehet? Oda ment a szekrényhez és felhajtott egy pohárka pálinkát, aztán kilépett a szobából. A friss levegőtől ismét elszédült kissé. A vér zúgva feltódult az agyára, és elsötétedett előtte minden, hogy meg kellett kapaszkodnia az ajtóba. De azután felszívódott ez a fekete köd, és kihúzta magát. A frissen gyógyult sebe nyilalt. Remélte, hogy nem kap tüdővérzést. Csak begyógyultán az a lövés, Határozott léptekkel az idegenhez ment. Róver vagyok, azt hiszem, még nem találkoztunk. Az idegen megszorította a kezét. Peterson serif. Aki sürgőnzött? Az. Örülök, Mr. Rover, hogy talpont látom. Nem korai még ez a felkelés? Nem, hamarabb kellett volna, de nem tudtam. Most már azt hiszem, megállok a lábamon. Amint látom, menni készül, mondta Rover. Igen, most kapott értesítést a lánya, hogy hónap után érkezik countryba az új mérnök. Úgy hiszem, ebből az alkalomból találkozhatom a tigrissel, mondta a serif. Gondolja, hogy tervez valamit a mérnök ellen? kérdezte Rover. Biztosra veszem. Ha ide betört, hogy elrabolja a szerencsétlen Clayton, akkor nem mulassza el majd az alkalmat, hogy kedvezőbb terepen áttalmatlanná tegye az utódját. Ez könnyen lehet. Ne jöjjek én is? kérdezte Rover. Azt hiszem, hogy önre itt nagy szükség lehet. Hm. Bizonyára nem azért kelt fel, hogy countryba menjem, mondta a serif. Szóval a serif is megfigyelte, hogy valamiféle bomlás van itt folyamatban az emberek között. Igaz, de talán egy-két megbízható cowboyt adnék, mondta Rover. Köszönöm. Egyedül járok vadászni, mondta Peterson. Azt hiszi, bír vele? kérdezte Rover. A serif legyintett. Csak megtaláljam. Előttem nincs olyan veszett híre. Hajszálom múlt, hogy ártalmatlanná tegyem. Háromkor értem Buckford Lane-be, és fél háromkor végzett Fred norwich -el. Négykor sürgönyöztem Torontóba, és háromkor lőtte le Jimmy Halt. Álmában, Engem hátulról pufantott le. Az öreg tigris nem tett ilyet. Más ember volt, mondta Rover. A serif bólintott. Így van, figyelmeztettem önt, hogy a peong az emberek mozgolódnak. Néhány Foxtoni farmer indián legerőkre hajtotta az állatokat, és a főnök figyelmeztette őket, hogy ezt nem tűri. Hát, legfőbb ideje, hogy elpusztuljanak a környékről. Annyi rablás és gyilkosság történt az utóbbi időben, azt ők követték el. Két éve készülök rá, hogy leszámoljak a peonokkal, mondta Róver. Azt hiszem, mondta szomorúan a serif, most itt lesz az alkalom. Hogy érti ezt? A peónok jól tudják, hogy ha kiszáradnak a legelők, a falksztaniak előzik őket a folyó túlsó vidékére. Tehát igyekeznek majd megakadályozni a zsilip megnyitását. Meg lesz a zsilip, szakította félbe elszántan Rover. Minden csirkefogóval leszámolok. – Ezt szívből kívánom önnek – mondta Peterson. A serif elnyargalt. A rover erőteljes léptekkel ment az istálóhoz. – Bél, a lovamat! – Szent Isten a gazda! – Ne társd a szádat! Gyerünk! Bill kivezette a lovat. A hanyatló nap langyos, rozsdaszínű sugárnya lábjai odahullottak a makacsember kemény elszánt arcába. A lánya jött arra, ilyetten felkiáltott. Apa, – Hogy merte Azonnal feküdjön vissza. – Nincs semmi baj, Molly, egészséges vagyok – felelte nyugodtan. Aztán nyeregbe ült és elügetett. Vas erővel kényszerítette magát, hogy egyenes tartással üljön a lován. Az összecsapás Az öreg rover megjelenése új erőt adott a kis hitűeknek. Mindössze ketten kérték ki a fizetésüket, de az új munkások nélkül erősen megfogyatkozott rover tábora. Lapátoltak, ástak, elhorták a homokot, de nem végeztek olyan munkát, amihez mérnök kellett. A rover késő estig ott járt közöttük. Sokszor gyengeségi rohan fogta el, de tartotta magát. Amikor visszatért, Móli aggódó arcát pillantotta meg először. Mosolyt előltetett. – Semmi baj, Móli, már egészséges vagyok. A lány kutatva nézte az apját. – Nem fáj? – A seb? – Nem. – Felelte komora. Leült és szivarra gyújtott. – Gazda – jelentette Bob. – Foxtoniak vannak itt. – Nem tárgyalok velük – mondta mereven Rover. – Várjon, Bobapó kiáltott a és az apja felé fordult. – A fogsztonyak eddig nem tettek ellenünk semmi rosszat. – Gaz Mindenkit meg kell hallgatni. A rover dühösen rágta a szivarját. – Jöjjenek! – mondta Bobnak. Csak ellen jött. a többi kint várt. – Lát valád okosan beszélni, Róvár, ha van hozzá okos ember. Ellen elengedte a füle mellett a sértést. Megkíséreltük, hogy a peonok földjén legeltessük. Te mondtad. Tudom. A peonok azt mondták, hogy megölnek minden betolakodót. És ti persze féltek tőlük. Nem erről van szó. Hát miről? A páonok jogosan tiltakoznak, te se engednél a földje ide mást legeltetni. Ti mindig el akartátok űzni a peonokat, mert lopnak és jólgyilkosságokat követtek el. Az igaz, de most nem lopnak. Mi közöm nekem ehhez? A peonok is azt akarják, hogy hagyd abba ezt a zsilipőrűtséget. Lehet, hogy ti hallgattatok rájuk, és féltek tőlük. Én nem törődöm a peónokkal. Ellen a földet nézte. Hát, akkor már csak egyet, rover. Bármi történjék, nekünk semmi közünk a tigrishez. Ha állanád van, azért nincs velünk. Orgyilkosokkal nem szövetkezünk. De a peonokkal igen. Ellen hallgatott. Felej, szövetkeztetek a peonokkal? A páonok érdeke is az, ami a miénk. Nem köll a zsili. Meg lesz a zsili. Jó van, Róver, ha azt hiszed, hogy az egész világ kötelás szót fogadni a te makacs koponyárnak, hát csak rohanyfájjel a falnak. Azt hiszem, elem, eleget tárgyaltunk én is azt hiszem. Sarkon fordult és ment. Amikor a léptek alatt csikorduló kavicsok zöreje elmúlt, egy ideig sem Móli, sem Róver nem szólt. Azt hiszed, mondta végül a lány, hogy bírsz velük? Mindenkivel? Nem tudom, felelte sóhajtva Róver, és nagy öklét az asztalra helyezte. De az bizonyos, hogy megteszem, amit hitem szerint tennem kell. Boba Pó jött, kiséjjett arccal. – Gazda! – Mi van? – Egy kóból megtalálta kint a mezőn. – A serif lovát. – Elhozta. – És Peterson? – Nincs sehol. A kóboly hozta a nyugtalan poros lovat. A nyergére vastagon tapadt az alvatvér. A serif nyugodtan lovagolt a country felé vezető úton. Elszörnyedve látta, hogy Jeff Olsen ostobasága milyen tragédiát idézett elő. Az bizonyos, hogy ez a látszólag szelid és okos Robin egy szörnyeteg. De ha nem hallja az ostoba mesét, hogy az apja a tigris, akkor nem ölne halomra vakmerően és gyáván, szemben és orvul mindenkit, aki az útjába akad. Este lett. A csendes vidéken nagy ívbe kellett megkerülnie a drótsövénnyel zárt földeket. Most countryba megy, és egy állomással a mérnök elé utazik. Ez a legbiztosabb. Egyszerre nyugtalan lett. A környező vidékek alig látható, mozdulatlan kontúrjai között semmi sem mukkant. És mégis. A ló felhorkant, hátravetette a fejét, és nem akart tovább haladni. Peterson megveregette az állatnyakát, és körülnézett. Semmi. De mégis. Ott, a hegyi ösvény felé, ahol a bozontos síkságról szerpentén indul, mintha egy ló patája kőre ütődött volna. De messze lehet az bizonyos. Fülelt. Semmi. A lóval lassan hátrafelé lépegetett, fújt és a zablát rángatta. Peterson tudta, hogy az állat fél. – No, mi a szán? – suttogta, és ismét megveregette az állatot. Aztán leszállt, és és ennek köszönhette az életét. Bum, bum! Két lövés fillant fel, és tompa is kísérte. Peterson leszállás közben, mielőtt földet ért volna, erős lökést érzett a válla körül, és a gyerekre dőlt. Úgy függött keresztbe néhány másodpercig, mint valami zsák, aztán a földre zuhant. Ha nyerekbe ülve éri a lövés, akkor a golyó éppen a szívébe fúródik. Érezte, hogy a sebe elég súlyos, folyik a vére, de nem vesztette el az eszméletét. Aki a lövést leadta, hosszan figyelt a bokrok között guggolva, készen arra, hogyha valami mozdul a mezőn, újra tüzel. De csend volt. A serif tehetetlenül feküdt, és szan lehajtott fejjel át mellette. A guggoló orgyilkos halkal füttyentett. Csendes nezt hallott oldalról, tudta, hogy a lóval lép melléje. A tigris felugrott. Egy ember át közvetlenül mellette a vak sötétbe. Bizonyára revolver is van a kezébe. – Ki vagy? suttogta. Robin, a fiad! Mit akarsz itt? Mondtam, hogy hagyd békén! suttogta a másik. Nem akarom, hogy orvúgy gyilkolj! Te! Nem akarom! ismételte Robin hangosan. Kire lőttél? A tigris csak suttogva beszélt. Ez a furcsa, sipoló, folytott torok már akkor meglepte Robint, amikor nyomon követte a tigrist, és egy barlang mélyéről erőször beszélt vele. Mintha gége baja lenne, olyan formás krákok rákokba nyújtott hangom. Pusztulj az utamból kölyök, sziszekte, mert téged se kimélek. Robint végtelen szomorúság fogta el. Menj innen, mondta csendesen. Mindenki azt hiszi, hogy én vagyok a tettes, valamennyi szörnyűségbe. Vállalom, és ha kell, bűnhődöm érte. Örült vagy, sipolta a torszang. Nem vállalod, vagy vállalod, mindegy. De az utamat ne kereszteszt kölyök! Én vagyok az oka az egésznek. Bizonyára a kormányzó bocsátott szabadon, és azért küldte helyetted azt a szélhámost, mert elszöktél. Ostoba vagy, felelte a tigris és vihogott. Jimmy Hall és Fred Norwich már előbb felfordultak, akkor a kormányzó még nem is álmodta, hogy a világon vagy. És Tex Branton, a vendéglős börkemben? A gazembe. hitványosodás. Aznap érkeztem Börkenbe, hogy leszámoljak vele, és Olzennel. Robin felkiáltott. Őt is megölted? Nem, elszökött a gazember. Látta, amikor Texet lepuffantottam. Már nem érte el a golyom, de ő is sorra kerül. És mind, mind. Liek tereket ugató hangon. Mit vétett ellened, Olzen? A főemberem volt. Clifford néven retteget rabló. Amikor elfogtak, ő megmenekült és megígérte, hogy végez Roverrel, de futni hagyta, ezért meghal. Most mindent tudsz, Menekül én mindenkin bosszút állok. Vér, vér! Elhűlten áll Robin az apja előtt. A tigris őrült. Ez kétségtelen. Nézd, mondta csendesen. Roverrel leszámolhatsz ha felépítette Nem, nem lesz meg a zsilipje. Megígértem neki. Akkor sem dőljön romba mindez, amit egy életen át nagy küzdelemmel tervezett. A zsilip meg lesz, mondta Robin. <laughs> Kacagott nyersen a szintelen torszang. Talán te véded meg ellenem, Róvert? Könnyen lehet. Úgy, hát ide hallgass, te tacskó, súgta a torszang. Öt év előtt. Havannába vittek félholtan, roncsolt tüdővel. Négy év előtt meghaltam, eltemettek. És most itt áll a tigris, aki úgy kívánta a bosszút, hogy legyőzte a halált. Megölöm őket, akik elpusztítottak. Érted? Sukta harsogva. A halott tigris bosszújától megborzad a világ. Ezt a titkot nem fejti meg senki. Érted? Robin elborzott. Robert kimért meg, amíg a zsilip kész. Felelte és elővette az öngyújtóját, hogy rágyújtson. Én megígértem neki, és... Csak néhány szikra látszott, de mielőtt talán lány fellobbanhatott volna, Robin egy ökölcsapást kapott, hogy megszédült és oldalt tántorodott. Ez mentette meg az életét. Két lövés dőrent a gyomra irányába, ahol állt, és Robin megértette, hogy az apja lőtt rá. Egy pillanatra megbénította a görcsös iszonyat. A szörnyűséges, szinte fizikai sajgás a szívébe. Az apja megöli. És ennek a borzadásnak az erejével, mielőtt még a tigris megismételhette volna a lövést, rávetette magát, elgáncsolta, és olyat lökött rajta, hogy elrepült a bokrok közé. Robin rövid idő alatt félelmetesen gyors harcos lett. A tigris sem lehetett külön fiatal korába. A hit egy hazugságba, hogy félelmes, rendkívüli erők lappanganak benne, csodálatos elszántságot és valóban félelmetes erőt adott neki. Mire a tigris felugrott, egy vasmalok csavarta ki a karját és visszarántotta. – Meg akartál ölni? – mondta Robin. – Ereszt! – suttogta a tigris. – Az apád vagyok! – Figyelj, én úgysem szívesen élek. Rendes nőt nem szerethetek soha, mert tudom, hogy a gyermekem egy tigris lesz. Ne legyen gyermekem! de apám sem legyen. Lehet, hogy kiírtalak téged, magamat, hogy elpusztuljon a tigrisfaj. Meg kéne tennem. És ha Róver zsilipje ellen mész, akkor meg is teszem, elhiheted. Magához vette a tigris puskáját, pisztolyát, és ellovagolt. Így nem kellett attól tartania, hogy az apja lelövi hátulról. vég Robin arra felé vágtatott, ahol a nyári év sugárzásától egy árnyalattal enyhébb sötétbe terült el a síkság. Sokáig kereste a sebesültet. A lövéstől megriadt ló már elfutott, a földön fekvő ember árnya nem látszott az éjszakai rétség magas füvébe. Szerencsére kibukkant a holt, a fehér fény beragyogta a mezőt, és megpillantotta távol a serif mozdulatlan testének sötét árnyát. Peterson lehúlt szemmel feküdt. Sok vért vesztett. A seb mély volt és elég súlyos. Robin néhány cseprumot töltött a sebesült foga közé. Kimosta a sebét, és amennyire tudta, bekötötte. Peterson lassan felnyitotta a szemét. – Te vagy! – lihegte. Nem érezte, hogy bekötötték. Azt hitte, hogy a fiú megöli. – Jöttél, hogy befejezd. – Tudd meg, Robin, Hallgasson és feküdjön nyugodtan, hogy ne veszítsen több vért. küldök segítséget. Nem értette. Miért kötözi be, és miért hoz segítséget Robin, ha lelőtte? Mert ő lőtte le, az kétségtelen. Ott fekszik a földön a fiú puskája mellette. Robin felugrott a lovára, és elvágtatott. A puskáját ott felejtette. Peterson nagy erőfeszítéssel odakúszott. Megszagolta a csövet. Érződött a lőporszaga. Megnézte a tárat, hiányzott egy golyó. Semmi kétség. Ez a golyó itt van benne, a vála alatt. Ebből a fegyverből lőttek. De miért kötözte be? Elájult. A fogsztani kocsmában néhányan még együtt voltak. Amióta a zsilif miatt napról napra nőtt az izgalom, és egyre nagyobb folton ette ki a mocsára a zöld levegőt, sokszor hajnalig is együtt voltak, hogy megtanácskozzák a teendőket mert ha kell, fegyver-fegyver ellen intézik el. Valaki megzörgette a kocsma hátsó ablakát. A kövér kacsmáros felkiáltott meglepetésében, amikor kinyitotta. A Robin pillantotta meg lóháton, lihegve, verejtékezve. Peterson serif ott fekszik súlyos ebből a két hót hegység nyével szembe a rétséget. Kilőtte le. Én. Egy sarcantyúzással az út menti mezők felé szökelt, és mire kirohantak a kocsmából, már messze nyargalt. Csak a távoli dobogás hallatszott. Barker nagy nehezen elvergődött kantriba. Mi csináljon? Tudni kéne, hogy mi vár rá a hatóságok előtt. Ez a mérnök, akit megöltek, ezt voltak éppen ő Barker őrizte és tartotta a tigris fogságába. Hogy tisztázza magát, és ha igaz, hogy ez az ifjú állat nevű rabló mindenfélét elkövetett, amivel őt is janusítják, <laughs> akkor vége. Szegény öreg nem tudta, mit tegyem. Country mezőváros, vasúti megállója kisé élénkebb forgalmú, mint az átlag nyugati helyiségek. A város egyik terén óvatosan leült, kalapját az arcába húzta, és aggódó szívvel pihent egy keveset. Elsősorban megborotválkozik, hogy ne hasonlítson arra a vérrablóra. Mm, nem, nem. Ez beismerése annak, hogy titkolni valója van. Esetleg azt hiszik, hogy ő a rabló, és meglincselik. Ez szerette volna elkerülni, mert úgy érezte, hogy semmint csaló, semmint színész ilyen elbánásra nem szolgált rá. Viszont lehet, hogy a kormányzó a hatóságok tudomására hozta, hogy a szörnyetek körözött cinkosa egy szabadult rab, akiben eleinte megbízott. Neve Barker. 1,80 magas, arca kerek, óra tojásdat. Feltűnő ismertetőjele, intelligens ember. Bárki nyugodtan lelőheti, csak jelentse az esetet a hatóságnak, ahol nyugta ellenébe készpénzjutalomba részesül. Igen, ez valószínű. Jobb, ha nem ismerik fel, hogy ő Barter, ha egyszer jutalmazzák azt, aki lelövi. Háló, Barter, <coughs> csak hogy vagy. kiáltotta valaki, és a vállára csapott hátulról. Először úgy érezte, hogy meghal rémületébe, aztán rohant, mint a puskából lőtték volna ki. – Barker! – üvölti egy vészesen diadalmas hang utána, és fut az illető is. – Hallja jól! Egy főúton rohan végig, néha még belenyíl a labokájába, de már nem akadályozza a gyógyút fica, csak az öreg tüdeje zihál, mint valami rozzant fújtató. A sarkon egy kis iparvágány halad át a fordulóba, és a pályaudvarról néhány csillagurul a tárna felé. Mielőtt a kereszteződéshez ér, egy cowboy, akinek ez a hivatala, odaáll széttart karral a közepére, de Barker azt hiszi, őt akarja feltartóztatni. Elsötétedik előtte a világ, a pisztolyához kap és ezt hörgi. Félre vagy lövök! A cowboy a két megoldáson kívül egy harmadik lehetőséget is felismer, és úgy kapja szájon visszakézzel Bartert, hogy ez belezuhan fejjel a vegyes kereskedő gyékény ajtajába, és magára döntött egy hordó mézet de bámulatos gyorsasággal felugrott, egyszer mind a kenőolajnak döntve a tulajdonost, és néhány hempergés után elérte az ablakot. Ki az utca másik felére, és két revolvert szegezve maga elé, rohan. – Barker! – üvöltötte az üldöző. – Aki, hozzám ér, lálövöm! Felborított egy zöldséges kordét, és nyargalt. A lakosság egy része tisztában volt vele, hogy ez az az őrült ebtenyésztő, akit vidékről hoztak Minker doktorhoz. De mitől ragad úgy? A végzet azonban ellene volt. Hiába futott, ugrott, mászott, bukdácsolt, az üdöző elérte, rávetette magát hátulról, és bárkör elnyúlt, mint egy szétlapított béka. Nem mozdult, Hunyt szemmel feküdt. Bárkör! Nem felelt, jön a golyó, biztos. Bárkör, kelj már fel a mindenedet, a fenét rohansz. Ismét vaj van a fejeden? Az öreg felült, csodálkozva ismerte föl az üldözőjét. – Názon, te! – Éj, hát, örültem, hogy megtaláltalak, mert Marvill megbetegedett, és nincs színészem helyette. – Nézd, én azt hittem. – Akármit hittél, ilyen bolondú rohanni képtelenség. De azt hiszem, okosabb, ha lemegyünk a takarékpénztár tetejéről. Mert ott ültek, és most a kémény mellett társalogtak. Lentről sokan nézték, Hát, itt játszik a társulatot? Csodálkozol? Ponyvászekére járunk, de még mindig a csillagos bolygó nevű hazafias dal játék meg. És Marvel az ezredes szerepébe megbetegedett. Ez egy szerencsétlen szerep. Engem letartóztattak benne. Emlékszem, a fináléban már kihagytuk a szólódat. Hát most újra játszhatod, a régi feltételek mellett. Annám jó valamit fizessél is. Hm? nem bánom, fél dollár. De akkor te is kiállsz a színészekkel együtt katonoruhába a színház elé a reklámnak. Itt a kezem. Látom, de védd előlem, mert utálom ezt a ragadós izét, ami lecsöpög róla. Este Barker eljátszotta Wilson ezredest a csillagos lobogóba. A hatalmas dalmi amerikai katonadalok gyűjteménye volt. Háttér az ég, Pontosan annyi csillaggal, ahány állama van Amerikának. Időnként egy katona szavalm, majd bejönnek sokan, és énekelnek. Végül négyen, köztük Nelson, elől egy hatalmas tubával, nyugat hőskorából fennmaradt énekeket játszanak. A zenekart a direktorni kíséri harmóniumon, amit napi egy dollárért tanító adott kölcsön, és nem minden lenyomott billentyű ad hangot. De csekéségekkel itt nem törődnek. A nézők padon ülnek egy ponyvával körülfogott térségen, szemben a deszka színpaddal, és élvezik a művészetet. Csak egyszer fordult elő, hogy a félszemű Higgs három másodpercet adott a tenoristának arra, hogy abba hagyja a szólóját. Azonban már kettőnét tüzelt és kilőtt egy csillagot az égről. De mondom, csekéségekkel itt nem törődtek, és egészbe véve nagyon jól szórakozott mindenki. Az egyenruhák szépek, az amerikai katonát szeretik, és ritkán vetődik erre társulat. Egy hétig is eljátszunk itt, mondta Nelson a kocsmában békernek. Annyi a lakos? Ebben járnak mindenfelől a vasút miatt. Tegnap is tizenkét néző volt. Szép ház erre felé. Barker megelégedetten vette tudomásul az új helyzetet. Leborotváltatta a tigris szakálát, és elhatározta, hogy nem törődik semmivel. Te hó jártál, amióta beszüntetted vendégszereplésedet a fegyházban? Nagy titok, de neked elmondom. Ismersz egy híres állatot? Bizonyos Leopárt? Leopárt? Ismerem, hogy ne. Illetve olyan állat ez, amilyen Amerikába sincs. Kenguru. Vadabb és vírángző. megva, hína. az van Amerikába is. De mindegy. Szóval etető voltál egy állatseregletnél. A fenét! Ez az állat egy ember, Mutatványos? Rabló! Állatnevű rabló, de Amerikában nincs. Akkor hol találkoztál vele? Máshol is voltál bezárva? A rabló itt van, de a neve más világ részben vérenző. Hm, Stutz? Van egy ilyen színmű. Stutz a haramia. Abba játszottál? Ostoba vagy. Lóhártól jártam a prédit egy rablóval. Bizony csörgő jó van ilyen. Nelson részvétel nézett vén kollégájára. – És mióta van ez neked? – kérdezte. – Nelson, hallgass már! Ha nem vagyok hozzád, őszinte téged is bajba keverhetlek. – Ragályos! – A kormányzó megbízásából eljátszottam egy rabló szerepét. Nelson megértően bólintott. – Értem. Buffalo bíltattátok karácsonykor a fegyházba. – Nem! – Azért ne üvölcs, ha nem, akkor nem. Egy rabló ki akart szabadítani az apját. Aha, a fiad mégis érdeklődött utánad. Ez <laughs> szép tőle. letette sóhajtott. Letett arról, hogy bármit is megértessen azonnal. Hagyjuk, mondta legyintve. Mindegy. Csak annyit, hogy halálos veszélybe vagyok, mert ha bármelyik a kettő közül meglát, ledurrant. A fiatalabb az ugyan kétszer az életemet megmentette, de elszöktem. Az öreg azt tudja, hogy láttam. Ah, Próbálj hideg fürdőket venni. És meg názom, halott ember vagyok, ha meglát valamelyik. Jó napot, Barker! Valaki a hátára csapott. Barker kezéből kihullott a pohár és csőrendve esett a padlóra. Robin állt mellette. Nem jönne sétálni néhány lépést? Barker hevegve fellemelkedett. Kérem én, csak jöjjön! – mondta szelide Robin, és megfogta a karját. Ettől elzsibbadt tiettébe. Nelson nem tudta, hogy mi történik, de nem is tudhatta meg, mert Barker gépiesen követte Robint. – Hova? – visz. – hebegte, amikor kint voltak. – Csak jöjjön. – Nem megyek a hegyek közé. – Nem tudok fogolyra vigyázni. – Nem vagyok fegyőr. – Nézze csak, maga becsapott engem. Megérdemelte a halált. – Most Megöl. Ezt régen megtehettem volna már. Nehelyett néhányszor megmentettem az életét. Igaz, motyogta Bárcor. Kutya lennék, ha ezt letagadná. De hát mit akar? Semmit. Tisztuljon erről a vidékről. Nincs belekeverve bűnügybe, futhatam erre akar. Hát, nem igaz, hogy engem is köröznek? Nem, csak megijesztettem. De ha nem viszi a bőrét, van itt valaki, akivel megjárja aki a mérnökök? Robin élesen szembe fordult vele. Honnan tudja? Láttam. Hát akkor tartsa a száját, és ne fecsegjen erről, ha kedves az élete. Én senkinek? Hebegte Barker. Lassanként egy csendesebb részére értett csantrinat. Egy szívességet kérek magától. Ha úgy érzi, hogy tettem önért valamit. Igen, igen, csak nem lovon és nem verekedni. Olyasmi, ami a mesterségéhez tartozik. El tudja változtatni kisi az arcát? kérdezte Robin. Órá! Lírt a másábeli vörös királyt játszottam térdigérő szakállal. Hát, nem kell térdigérő szakáll, mondta Robin. A van rövidebb is. Változtassa meg a külsejét, és üljön lóra, mondta Robin. Muszáj, nem kell messzire lovagolnia. Aku, talán látna ne gyalog. Figyeljen, Barker, és ne szakítson félbe. Ragasszon szakát és bajuszt. Elutazik a vasúton kapszomba. Ott felad egy sürgőnyt ezzel a szöveggel. Country vasútállomás. Értesítsék Robert, hogy közbejött akadályok miatt nem vállalom a megbízást. Hilton mérnök. És mi lesz a mérnökkel? kérdezte a gódban. Semmi, amiért félni kellene, Barcher. Megbízhat abban, hogy ha a bűnt akarnék elkövetni, azt magam tenném, és nem rántanék bele mást. Feleljen. Vállalja? Igen. Akkor azonnal fogjon hozzá. A négy órai vonattal induljon. Mielőtt Barker tovább érdeklődhetett volna, Robin eltűnt egy másodperc alatt a járók elők között. A vén színész még soká tűnődött. Akárhogy is áll az ügy, eddig csak ő csapta be ezt a fiút. Robin mindig emberséges és jó volt hozzá. Azután pedig, akárhogy is van, megszerette az állat nevű rablót. Hiába. Elindult, hogy engedelmeskedjék. Azt már nem látta, hogy a házfal mellett, ahol Robinnal beszélgettek, egy fél szemöldökű macska bajuszú őszember állt, és megelégedett vigyorral húzódik hátra. Aztán a legközelebbi fához siet, ahová a lovát kötötte. Az igazi tiglis volt. nagy hős tett. Barker bement a kapszoni állomás postájára, és feladta a sürgönyt. A távédász ablakában jól látta az arcát, és gyönyörködött a kitűnő maszkban. A Tóbiás vagy a Két Napernyő című dalmű vikáriusát alakította ilyen szőrzettel. Egy ideig még ő döngött a peronon, azután eszébe jutott, hogy szomjas beült az étterembe, és hála Nelson bőkezűségének egyheti szereplés után majdnem teljes három napi fizetését megkapta, amire évek óta nem volt példa ennél a társulatnál. Később kisé elaludt a bor és a szokatlan út hatása alatt, és csak arra az éles csengő berregésre riadt fel, amely a Denverből érkező vonatot jelezte. Hoppá, lekési az esti előadást. Fizetett és indulni akart, de megállt az ablakon keresztül egy oszlop mögül állva Robin pillantotta meg. – No, nézd csak! – figyelte. Amikor befutott a vonat, a fiatalember felkapaszkodott. Sokkal leszálltak, néhányan felfelé igyekeztek, úgyhogy a fiatalember ember rövid időre eltűnt a szeme elől. De nyomban ismét meglátta egy hosszú, csontos, sovány alakkal, nyugati öltözéke dacára messziről szaglott a zöld fülű. A mérnök. Barker kisietett a kocsmából, és a közelükbe furakodott. Ezt hallotta. – De miért nem sürgönyözték Denverbe? – Mert csak ma tudta meg, hogy terveznek valamit a mérnöke ellen. Én azért jöttem, hogy kerülő úton Foxtonba vezessem önt. Barker megrémült. – Miben vett részt? Robin elrabolja a mérnököt és megöli. Már kiléptek a pályaudvarról. – Mit tegyen? – Fütyültek. Indul a vonat. Ez 25 perc alatt kántriba van. Na majd ott. Felugrott az egyik harmadosztályú kocsira. Már mozgásban volt. Az eltűnő állomás épületen túl megpillantotta Robint, amint lóra ült, és a mérnök elkötött egy kipányvázott vezetéklovat. A hegyek felé vágtattak. Robin úgy, ahogy nógatta, sőt, néha megütötte Hilton paripáját, hogy együtt maradjanak. A hegyekbe megyünk? Igen, az egyetlen mód, hogy elkerüljük azokat, akik leselkednek ördett. A Rover farm körül sima heglánk zárja el az utat. A hegyek közé nem vezet út. Hát akkor hogyan jutunk a szikláról a farmra? Egy helyen alacsonyabb az egyik szint, ott lasszóval leereszkedünk, mondta Robin. Miért leselkednek rám? Hiszen a zsilipit csak áldást jelent, mondta a mérnök. De ezt nem értik, dörmögte Robin. A mérnök nem gyanakodott. Már elég kollégájával megtörtént, hogy a nép valamilyen oknál fogva körbe szemmel nézte a szabályozást, méricskélést, és kis hián meglincselték. Robin udvariasan bemutatkozott a vonatba, mint rover intézője, és megkérte, hogy szálljon ki kapszumban a vonatból, majd kerülő úton mennek a farmra, mert a nép egy része haragszik a mérnökre, és a country felé vezető úton leselkednek rájuk. Éjfél felé hegyek közé értek, és hűvös lett. Messze lent a völgyben kis házcsoport látszott. Az ott Falkston, mutatta Robin. Csak ugyan innen nem vezet út a völgybe, mondta a mérnök. A túlsó oldalon sok kis ösvény van Falkston felé, ez a rész gránit és bazalt. Egyetlen ösvény sem vághattak bele. Bum! Egy lövés dőrend, és a mérnök lova keserves nerítéssel végig zohant. Bum-bum! Valahonnan fentről tüzelt rájuk egy láthatatlan ellenfél. A mérnök egy bokorra zuhan, még azt se tudta, hogy eltalálták-e, amikor Robin megragadta és berántotta egy szikla mögé. Megsebesült? Nem tudom, liekte gyorsan hiltom. Akkor semmi baj, már érezni, ha sebet kapott volna. A halódó ló keservesen nyerített és vonaglott. Robin egy pisztolylövéssel megszabadította a kínjától. Rainbow már ott állt mellette a szikra árnyékában sértetlenül. – Ki lőtt? – kérdezte a mérnök. – Még nem tudom. – Van revolvere? – kérdezte Robin. – Van. Több lövés nem hallatszott. A mérnök moccadni sem mert. Robin kereste fenn a magasba fekvő sziklák között, hogy honnan lőttek, de semmit sem látott. – Ért maga a fegyverhez? – kérdezte Robin a mérnököt. Tűrhető célóvúj vagyok. Akkor figyelje, egy esélyünk van a menekülésre, ha én elindulok. Ki megy a fedezékbe, hisz akkor azonnal lelövi, mondta a mérnök. Nincs idő fecsegésre. Ha elindulok, maga hövésre kész fegyverrel figyel. Aki üldöz bennünket, az tüzelni fog. Akkor a villanás célpontot ad, és maga nyomban lő. Akárhányszor villanást lát, tüzel. Ha talál, megmenekültünk. Ha nem, akkor végünk. Érti? Értem, de miért nem én megyek? Maga jobban céloz, mondta a mérnök. De nem tudok zsilipet építeni, mondta Robin. Azt nem mondta, hogy képtelen lenne az apját célba venni. És ha a magát éri, kérdezte habozva a mérnök. Ha elesek, akkor maga a legelső keleti sziklapárkánynál lasszon leereszkedik, és igyekszik a keleti irányt megtartani. Rövidesen eléri a folyót. Kész? Kész, mondta a mérnök. Robin kiugrott a szikla mögül, és néhány gyors szökkeléssel egy másik gránit tömb felé igyekezett. Bum, 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 bang, bang. Három gyors pisztoly durranás, majd két dörrenés a mérnök fegyveréből. Robin egy lökést érzett a karján, és valami forró futott végig az arcbőrén. De elérte a sziklát. Az arcáról folyt a vér. Súrolta a golyó. A karja megsebesült. Gyorsan, ahogy tudta, a fogával tépést csinált az ingéből, és elkötötte a karját. Minden csendes. Eltalálta a mérnök a tigrist. Még egy próbát kell megkísérelni. Felugrott és futott. Bum, 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 bum. Bang, bang. Most már nem keresett fedezéket. A golyók ott vágottak el mellette, hogy a szikla az arcába porzott. Hallotta a sivításukat. Mindegy, legyen vége. Bum. Bum, 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 bum. Bang, bang. És aztán. Jaj, az ördög. Valahonnan a magasból egy hang kiáltotta ezt, és egy revolver hullott le csattogva a szikláról sziklára a mélybe. A mérnök talált. Ott állt szabadon, a sziklaplató közepén, de nem jött több lövés. Másszon ki, és vezesse a lovamat száron, óvatosan, kiáltotta a mérnöknek Robin. De Rainbow, ahogy meghallotta a gazdája hangját, ment magától. Robin vállán felszakadt a ruha, a véres ing látszott, ott is súrolta a golyó. Valóságos csoda volt, hogy megmenekült. Jöjjön, mondta Hiltonnak siessünk! A hold már összeért a távoli hegycsúcs fehérízzásával. Mire elérték a rover birtokkal párhuzamos sziklaperemet, lebokott az ezüst karé, és vaksötét borult a tájra távol a hold utolsó fénynyalábja még megcsillant a folyó ezüst szalagján. Robin két lasszót egymáshoz kötött és megerősítette egy faderekám. Másszon le! Híton engedelmeskedett. Alig ért földet a lába, már is mellé esiklott Robin. Mostantól tartsa rövésre készen a puskáját, suttogta, és jöjjön szorosan mögöttem. Előre! A sziklától a sűrű fák között siető folyóig vagy háromszáz lépést síkmezőn kellett áthaladni. Ez volt a veszélyes terep. Robin előre görnyedve, minden árkot, gödröt fedezélkül használva, futó lépésben igyekezett a folyóhoz. A mérnök szorosan mögötte haladt. Elérték a kimosott partrészt. Itt Robin már járt egyszer. – Állj, mert lövök! Egészen közelről kiáltott rájuk valaki. Úgy látszik, amióta Robin belopózott ezen az úton, az alsó partra is őrt állította. Roverrel akarok beszélni. Ki vagy? Nem mondhatom meg. Roverrel kell beszélnem személyesen. Áttörtem a peonok és a falkstoniak gyűrűjét. A mérnökről hozok hírt. Az őrszem habozott néhány másodpercig. Rover nincs itt, mondta végül. Kiment néhány emberrel, hogy a mérnököt hozza. Miss Roverrel kell akkor beszélnem. Sürgős, életbe vágóan fontos. Dobd le a pisztolyod és gyere ide a fák közé. Egyedül vagy? Nem, de a kísérő mit marad? Ledobta a fegyvereit és követte az őrt. Csak Molly ismerheti fel. A Rover Farm emberei sohasem látták. Valaki fákját gyújtott és az arcába világított, de kis hiány elejtette. Embe, Te, Valahol szóba keveredtél. Ki vagy? Miss Roverrel kell beszélnem, mondta Robin. Oda vezetlek. Miss Rover éjszaka nem járkál a zsilip körül. Innen egy ugrásnyira az elhagyott éjszakai vidéktől még könnyen menekülhetett volna. Egy másodpercig habozott. Jól van, mondta. Menjünk. Ismét ott állt Molly előtt, a lány szobájába. Ketten voltak. Kobboly, aki bejelentette, nyomba visszalépett. Molly egyetlen hangot sem bírt szólni. A poros, zúzódásokkal borított véres arcú ember még jobban elrémítette, mintha csak egyszerűen elé Robin. A fegyvereimet elvették, mondta Robin csendesen. Mit akar? hebegte Molly. Elhoztam a mérnököt, kerülő úton. A peonok és a folkstoniak szövetkeztek, megszállták a country felé vezető utakat. Mi történt az apámmal? Bizonyára semmi baja, miután nem hozta el a mérnököt. A esetleg megtámadnák, de a fogsztaniak nem hagyják ezt. Túlságosan nagy szégyen lenne, és nagy felelősség, ha nincs rá ok. Csak a mérnök ellen tiltakozhattak volna, úgy, hogy némileg igazuk legyen. És maga? Én kapszomban lecsaltam a mérnököt a vonatról, és elhoztam a hegyeken át. Útközben egyetlen támadónk volt, és ezt elintéztük. A lány ismét végignézte a férfit tetőtől talpig, és megszorította a torkát valami. Maga elhozta? Igen. És azért jöttem előre, hogy tanácsot adjak. Senkinek sem kell tudni, hogy a mérnök megjött. Még a munkásoknak sem. A mérnök itt valamelyik szobából irányíthatja a munkát önnek vagy az apjának megmondhatja, hogy kell mérni, mit kell tenni, hiszen az alapterv, a fő számítások már együtt vannak. Akkor pillanatnyilag engedni fog a feszültség. De a mérnököt várják, Sürgönyt küldtem Kantriba, hogy Hilton nem jön. A mérnöknek tehát titokban kell itt élni. Móli az ujjait morzsolgatta kényában. – Mi fáj? Nem tudtam. Itt áll előtte ez a nyílt arcú nyugodt fiatalember. A világ valamennyi férfia között ez lenne a legkedvesebb neki, de... De, de ez egy szörnyeteg, a tigris fia. Miért tette mindezt? Hiszen gyűlöl bennünket, és mindenkit... Egyetlen kérdésére sem felelhetek. Maga sebesítette meg Petarzont. Igen. Akkor miért Értesítette a fogsztaniakat? Én követtem el mindent. Móli eléjelépett, egész közel. Tágult szemmel nézett egyenesen a férfi szemébe. Sokáig álltak így. Robin lassan elfordította a fejét, a szája szélén fájdalmas rándulás vibrált Robin, suttogta a lány, beszéljen őszintén. Nem tudom, nem akarom hinni. Hogy szerette volna átkarolni a lányt, magához szorítani? Hiszen szerette. Szerette már ott fenn a menedékházban, amikor mint fogja őrizte. És nem tette. Nem tehette. Robin, mondta most már enyhébben a lány könnyes szemekkel, és a két kezét a félvállára tette. Mit akar? kérdezte rekedten türelmetlenül a fiú. Nem mindegy, hogy mi az igaz. A tigris fia vagyok. Tigris vérem van. Kerülnöm kell, ha szeretek valakit. Minden ősöm rabló volt, és minden utódom rabló lenne. Tigris vér folyik az ereimbe. Menjen tőlem, Molli. Elátkozott a hozzámért. Nézték egymást, és mindketten egy arcot láttak. A félszemöldöke lepörkölve, macska bajusz, borostás áll. A tigris vigyorgott rájuk. Az ős. Menjen, Móli! Hilton a folyóparton vár, siessen! A lány kiment. Mire visszatért Hiltonnal, a szoba üres volt. Robin az ablakon és a háztetőn keresztül, azon az úton, amelyen egyszer már beszökött, eltűnt búcsú nélkül, nyomtalanul. Hajnalodott. Hilton mindent elmesélt a lánynak, hogyan jöttek a hegyek között bújkálva, hogyan történt az orv támadás. Őrült ez a fiatal ember, nem is vakmerő. Épeszű ember ilyesmire nem vállalkozik. Molly szinte felsikoltott, amikor Hilton elmondta Robin futását a revolvergolyók pergőtüzébe. – És az üldözőt nem látták egy pillanatra sem, Mr. Hilton? – Én láttam, de igazán csak egy pillanatra, miközben a kísérőm a második szikla mögé futott. Akkor találtam el, kibukkant a feje egy gránit töm mögül. Milyen volt az arca? Hilton megborzongott. Sose felejtem el. Púcsa, ritkás őszbajusza volt. A fél szemöldökét lepörkölhette valami, és gondozatlan borostás szakál. De mi Rover, rosszul van? Molly megnyílt szájjal, tágult szembogárral merett rá, mintha kísértett volna. Közben fényes reggel lett. Barátságos napfény ömlött be a farm udvarán, és sokféle madár hanggal telt meg a szoba. Parancsol, vizet? De a lány csak állt. Nem szólt. Azt az arcot nézte a levegőben, valahol. Jöjjön, kiáltotta azután hirtelen. Kérem, jöjjön, azonnal, Szent Isten! Egyenesen Peterson szobájába vezette a mérnököt. A serif már a gyógyulás útján volt. Régen felébredt, és épp a pipáját tömte. Ha egészséges, akkor a hajnal már a szabadban találja. A lány elmondta sórjában az éjszakai eseményeket. Peterson majd kiesett az ágyból, amikor meghallotta, hogy Robin a robina farmolját. – És hagyta, hogy elmenjen? – Igen, felelte izgalmába kiáltva Molly. – Igen, mert eddig csak hallották a szörny de ha látták, akkor mindig segített éppen valakin. Magán is segített. Miért lőtte le, ha azután megmentette? Hogy harcképtelenné tegye. De Clayton mérnökkel nem volt ilyen kíméletes, és Roverrel sem. Lelőhette volna Orvul apát is, amikor belopódzott, Öt embert ártalmatlanát tett, elrabolta a mérnököt, és nem gyilkolt. Beláthatja Miss Rover, hogy mindez nem valami meggyőző, ha mondjuk a bíró elé állítják. Én valamikor szerettem azt a fiút, és magam sem hittem volna. De hát, mivel indokolja, hogy kiölt? És miért vállalná Robin, ha nem ő volna? kérdezte a serif. Mr. Hilton 200 pehon és valamennyi Folkstoni várta a countryból vezető úton. Ma éjjel hozta egyedül, és ha érdekli, hogyan... Ahogyan nem sok férfi lenne képes rá az államokba, ezt elhiheti Mr. Peterson, szólt közbe a mérnök. Ismételje a serifnek, kérem, amit nekem elbeszélt, kérlelte Hilton Molly. Hilton elbeszélte az eseményeket, ahogy lejátszottak Capstone-ból a rover Peterson felkönyökölt és kifürkészhetetlen arckifejezéssel hallgatta. A csel, amelyben Robin, mint élő céltábla magára vonta a láthatatlan ellenfél revolvertűzét, ezen az arcon is előidézett egy rándulásnyi meglepett csodálkozást. – Azt mondja el, amit akkor látott – szólt közben Molly – amikor eltalálta az ellenfelet – Ijesztő arcú, fél szemöldökű, bajuszú, borostás fej, mondta a mérnök. Egy koppanás hallatszott. Peterson szájából kihullott a pipa. – Mit mond? – Ember, maga csak álmodtatán. Hilton vállat vont. – Nem láttam ezelőtt soha ezt az arcot. Nem is emlékeztet senkire. A serif kétkedve nézett hol a lányra, hol a mérnökre. – Nem hallotta még soha a tigris nevét? – mint képletes elnevezést nem hallottam még. Két hét előtt érkeztem a New Yorki főiskoláról Denverbe. A serif a szék karfájáról odahúzta a kabátját. Régi, nagy bőrtálcát vett elő, és egy fényképet mutatott Hiltonnak. Havannába készült a felvétel a volt a ravatalon. A mérnök felkiáltott. Ez volt. Egy pillanatra láttam, de akár megesküszöm rá. Ez volt az a bajusz, a szemöldök. Csak nem ilyen beesett sovány az arca. Esküszöm. Döbben csend volt. A serif megnedvesítette nyelve a száját. Csak ugyan. Itt valami különös van ebben az ügyben. Kár, hogy nem bírok azonnal felkelni. Ismét megfordult az agyába, hogy elmond Mólinak mindent Robinról. De a fiú nem segít, és Jeff Olsen nagy bajba keverednék. Szegény öreg bolond és fejezte be hangosan a gondolatait. Tex Brandon, a vénuzsodás Jimmy Hall és Fred Norwich az ő lelkén száradnak, akárhogy is áll az ügy. Móli felállt. A szeme furcsán ragyogott. Én nem hiszem. Semmit, de semmit nem hiszek, amiből az derül ki, hogy Robin rossz ember. Pedig a tények, Miss Rover, ám bár ahogy a mérnököt idehozta, és a tanácsát is megfogadnám, Mr. Rover helyén. Ha azt hiszik, hogy nincs mérnök, akkor nem félnek, hogy felépül a zsilip, és megnyugosznak. Titkolni kell. Mr. Peterson, mondta Molly, terítse ki az igazságot. Robin vállalni akarja az apja bűnét, és ártatlan. Tudom, érzem. A serif közben ismét felvette a pipáját, és rágyújtott. Jól van, Miss Rover, Igazságot derítek erre az ügyre, ha lehet. Móli arca lassan két ismét elkomorult. És azután? kérdezte magába. Ha nem gyilkos? Hm? Mit várok? Mit remélek? Hiszen tigris vér. Tigris nyomában Robin visszatért a sziklához, és sebesen mászott a lasszon. Rainbow türelmesen állt a helyén, ugyanahhoz a fához kötve, amelyre a lasszót erősítette. Szeretettel megveregette az állat nyakát, aztán elindult az egyik magasba kanyargó ösvényen. Megkeresi! Szeretett, vérségi kapcsolat elmúlt benne a vakmerő rabló ős legendája egy aljas orgyilkosba meghalt, amikor megismerte az apját. De mégis az apja. Megsebesült, talán meg is halt. Keresésére indult. Milyen furcsa, hogy egyszer sem látta szemtől szembe, és lehet, hogy már nem is látja, vagy csak holtam. A mérnök lovának a hullája még ott feküdt. A golyó kis is út balról érte az állatot. Tovább haladta a lövés irányába, felakacskaringós ösvényen. A sziklaplaton két üres töltényhüvelyt talált. A nyomok szerint a Tigris továbbosont innen, bizonyára azért, hogy megkerülje őket. Így jutott el Robin egy nagy bazalt kiugróhoz. Ott visszahőkölt. Vér. Itt érte találat a tigrist. Erősen vérzett, ez látszott a nagy sötét folton. Néhány töltényhüvely hevert a földön és eltépet rongyfoszlányok, ahogy gyorsan bekötözte a sebet. Ilyen állapotban nem juthatott messzire. A szikra túlsó felén levezető úton Robin ismét lóra ült. Könnyen követhette a tigrist. Itt is, ott is vérnyomok. Aztán egy pisztoly. Bizonyára kiejtette lovaglás közben. Nagyon gyenge lehetett, félig eszméletlen, különben nem veszítette volna el az egyik pisztolyát. Ahogy az ösvény aljához közeledett, egy helyen feltúlt földre lett figyelmes. Itt megállt, és a ló kikötve várakozott. Ismét vér és foszlányok. A tigris úgy látszik szorosabbra igazította a kötést, és lóra ült. Ilyen vérveszteséggel. Micsoda fizikum? Követte a patanyomokat. Bizonyosra vette, hogy a halódó rablót ott találja majd valahol az útfélen, a nyerekből lefordultam. De tévedett. Kilométereken keresztül követte a holtra sebzett tigris nyomát, egyre álmélkodva. Még mindig bírja. Egy kis patak mellett már közel a völgyhöz újra feltúlt föld és vértől ázott rongyok. Itt megállt a tigris és kimosta a sebet. Friss tábortűz maradványa látszott, kormos fű, hamu. Evett és pihent bizonyára. A völgy felé lejtő mély talajba még könnyebben követte a lónyomát. Balra kanyarodott nem a vasút felé, hanem a lakatlan, végtelenben nyúló bozótos rétség irányába. Á, ha akárki is, az apja ápolni fogja, élelmet hoz neki, és amikor lábadozik, de még nincs ereje védekezni, elviszi innen a tigrist. Ha kell, erőszakkal is. Az apja hiába. Még egy teljes óráig követte a csodálatosan szívós ember nyomát. Azután megpillantotta távolba egy deszkabódét. Valami indiánus vagy csavargó lakhatott benne, ki tudja milyen régen. A patanyomok egyenesen a kunyhó felé vezettek. Ott van ez biztos, nem mehetett tovább. Mit tegyen? Még halára sebzetten is kerüli az embereket. Nem kér segítséget. Ő a tigris. Sebesügetésre öztökélte a Bármit is tett, bármennyire hidegít belül minden, ha rá gondol, mégiscsak az apja fekszik ott bent, magára hagyatva súlyos sebből. A kunyhó elhagyatottnak látszott. Az ablak mögül semmi. Az ajtó nyitva. Vártatva igyekezett elérni. Bum! Lövésdőrend az ablak mögötti sötétből. A golyó ott el a füle mellett. Megrántotta a szárat, elzsibbadtan az iszonyattól ült a nyerekbe, és a ló felágaskodott, mintha ő is elszörnenne. Az apja. Bum! 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 Robin szinte sikoltva kiáltott, mint aki megőrülte pillanatba, hogy ilyen szörnyetektől lett. Aztán megsarkantyúzta a lovát, és ököllel verte az állat fejét, úgy nyargalt eszeveszetten a kunyhó közeléből. Bum, bum, bum! Még két golyót küldött utána a tigris, és az egyik igazán csak milliméterekkel hibázta el a fejét. Foxtonban helyreállt a nyugalom. A lakosok közben megegyeztek a peonokkal, hogy az egyre hatalmasabb folton elmocsarasadó legedők helyett az indiánok földjére terelhetik a marhákat. Ez volt az első eset, hogy a rossz hírű rabló barátkozhattak a folkszanyakkal. Nem valami szívélyes barátság volt, ez meglátszott a fehéreken, ha a városba bevetődött egy-egy indián, de mégiscsak jó viszonynak nevezhetjük a régebbi állapotokhoz képest. Még azt is megszokták, hogy Mikhovian, a főnök beüljön közéjük a kocsmába. A közösű sok mindent áthidal. Azt hiszem, mondta a szeplős hírom. Hogy Rover hiába vár új mérnököt a városból. <laughs> Híre ment Clayton esetének is nem akaródzik a Denveri uraknak idejönni, Méricskéni. Ajas gaz volt, aki megölte Clayton, mondta a kövér kocsmáros, de a mi ügyünket jó szolgálta, ez bizonyos. Adj viszkit és odát, mondta Mikhuvian. A kocsmáros dühösen töltött, és a főnök elétette. Roskarőre látszol elem, mondta a serif, egyetlen hosszú kisúlyak körmét két foga közéjékelve. Pedig azt mondom, inkább odát a zsilipnél van okaros Nem tetszik ez a csánt. A rover nem az az ember, aki így visszavonul. A mérnököt várja, vigyorgott hírom. De, miért nem utazik Denverbe, hogy elhozza? És, miért dolgozik éjjel-nappal most is? Ha egyről jól látni a fákjákat, Hát, van ott olyan munka is, homok elhordás, partfeltöltés. Hm, -hah. és ha szép lassan elkészül valahogy a zsilip? Mérnök nélkül. Ellen hallgatott. Nyomott hangulatba ültek. Elhonok szívesen támadni fehér gonosz embert, amikor akartok, szólt közbe a főnök. Csak úgy a világban nem mondtunk vért, mondta a kocsmáros. E is várakozás közben lassanként minden legelő mocsár lesz, kiáltotta Hiron indulatosan. Ez igaz volt. Komoran ültek. Azután, szólt közben egy másik, úgy tudom, Robert katonákat is kért a kormányzótól. Ha a katonákat küldenék, akkor késő, nem tehetünk semmit. Nyomott hangulatba ültek. Alig nyúlt időnként a poharához valamelyik. Most egy ló állt meg nagy vártatásból a vendéglő előtt, és hallatszott, amit leúrik valaki. Aztán egy poros, lihegő kauból jött be. Valamennyien felúráltak, mert megismerték Rover egyik legényét. – Üljetek le! – lihegte. – Egyedül jöttem, és elhatároztam, hogy hozzátok állok. – Nem bírom. – Szerettem mindig Rovert, de ezt nem akarom. – A legelőtt teszi tönkre. Nagyot fújtatva leült. – Adj innom! – Mondta a kocsmárosnak. A foxtoniak még mindig kevés bizalommal nézték. Mit akart? Valami újabb ravasság Rover részéről? Nincs benne ravasság, és Rovernek semmi köze az ügyhöz. Már nem egy legénye ott De én egyenesen idejöttem, mert nem akarom, hogy elkészüljön a zsilip. Ahogy készül nál? Öt nap alatt kész. Hát nem látjátok itt, lent napról napra lepucsoljásodni a folyót, arra fent meg elönti rover legszebb legelőit, olyan dúzat. Isten ellent való vétek! Hát a mérnök nem hiányzik, vetette közbe híron. A mérnök itt van, előttünk is titkolták eleinte, de már mindenki tudja. Halotti csend lett. Becsempézték, folytatta a legény. Becsaptak mindnyájatokat. A hegyen át éjszaka hozták. Azért jöttem, mert öt nap múlva már készen lesz a zsilip, és nem akarom, hogy meghalljon a rétség. – Mivel bizonyított, hogy ez igaz? – kérdezte a kocsmáros. E, – Én hiszek neki! – kiáltotta ellen, és nagyot csapott az asztalra. – Fiúk, ástére készen álltok? – Akár egy perc múlva. – Az lenne hamar – mondta az indián. – Este jönni emberekkel, és megtámadni őket oldalról, van nyíl száraz fűvel, felgyújtani farm. Árágy, mondta el és ástira légy itt a paunokkal, ma leszámolunk. Küldjetek előbb üzenetet, mondta a kobol. talán lehet vele okosan. Á, ah, pakkalbások tárgyalással! Egy perc alatt teljes volt az elhatározás. Szedelőzködtek és elindultak, hogy megszervezzék az esti kirándulást. Valaki, aki a hegyoldalból látta, amint Rover legénye Foxton felé nyargal és idáig követte, végighallgatta a tanácskozást lóhátról a kocsma ablakából. De az izgatott Folkestone-iak nem vették észre. Amikor Mikhovian lóra kapott, hogy a peonokért menjem, megveregette a paripa nyakát és odasúgta. – Gyerünk, Rainbow, azt hiszem, kezdődik a tánc. Mikuvian a törzsfőnök indián sebességgel nyargalt a kanyon felé, ahol a peonok földje kezdődött. Értelen súranó zajt hajlott a feje fölött. Jó tudta, hogy mi ez, oldalt hajolt, visszarántotta a lovát, de már elkésett. A lasszó ráhullott, összerándult a felső testén, és Mikuvian kibukott a nyerekből. Csak azt érezte, hogy vágtat vele a hurok sebesen, földön, bokron, köveken át, aztán elvesztette az eszméletét. Robin nem a halára a főnököt, néhány ugrást tett még Rainbow ellenkező irányba, aztán a kaboly leszállt a nyerekből. A megkötözött indiát pányvázta, és elnyargolt. Délután volt, egyenesen Rover farmjához lovagolt. A fegyveresőr lába elé dobta a törzsfőnököt. – Küld a gazdádat, gyorsan! A zsilipnél van. Akkor, Petterson, gyerünk egy-kettő! Amikor Petterson meglátta, pisztolyt rántott. Add meg magad! most ne velem bíbelődjék, örüljön, ha megúszza a fejbőrével a mai napot. Szálljon le a lóról, mondta a serif. Nem szállok le, figyeljen maga, fajankó, este a folkstoniak támadnak. A peon főnök a harcosaiért ment, amikor elfogtam. Amíg Foxtonba megtudják, hogy Mikhuvian nem értesítette a törzset, és elmennek az indiánokhoz, éjfél lesz. Nem sok idő, de elég ahhoz, hogy felkészüljenek. Ha csak ugyan így van, akkor most derékember voltál, mondta a serif. Robert elárulta egy legénye. Követtem és kihallgattam a tanácskozást. Tudják, hogy itt a mérnök, és öt nap múlva meg lesz a zsilif. Írgalomra ne számítsanak. Sok szerencsét, mondta Robin. Állj, kiáltotta a serif. Megyek countryba, talán sikerül egy pár legényt összeszedni. Ha nem, akkor visszatérek magam, mondta Robin, megsarkantyúzta rainbow és elvágtatott. A serif ott állt revolverrel a kezébe, de nem lőtt utána. A nagy összecsapás Már nem játszották a csillagos lobogót. A társulat útra készen állt, csak az úti költség hiánya tartotta vissza őket. És a vendéglős, akinek tartoztak. Nelson egy utolsó úgynevezett fő díszjutalom előadást tervezett vasárnapra, de nem sok reménye volt. Akármilyen szép is az amerikai katona élet vidám és borús dalaival, a nézők megunták, és alig számíthatott bevételre. Bárcsör már napok óta búskomor volt, senki sem tudta, mi a baja. Alig evett, és ami még feltűnőbb volt, alig ivott. Végül úgy érezte, hogy nem bírja egyedül elviselni a titkot. Megkereste az igazgatót. Názum, beszélnem nem kell veled, sürgő szükségem van rád. Öregem, tudod, hogy nekem sincs? Nem, pénzről van szó. Ö, ami a vacsorát illeti? Áh, nem érdekel, egy bűn a lelki ismeretemet. Leültek az elhagyott ponyvás kocsi lépcsőjére. Názo, tudod, hogy ki volt az a fiatal ember, aki a múltkor megszólított? Nem. Te tudod? Igen, de megint elfelejtettem. Hát igen, súgó nem vagy ember. Ez az illető, az állat nevű rabló. A kenguru? Nem, nem. Vérszomjas és villámgyors. Szúnyog? Lehet. Mindegy, legyintett búsan. Az az ember a szemem látára átüntetett egy mérnököt. Én sürgönyöztem, hogy az illető nem jön. És egy mérnököt már megöltek a szemem láttára. Minek avatkozol az ilyesmibe? Most nem tudok aludni. Hát, ha talán megőn, és én nem segítettem. Híres rabló? És sok pénz van rá kitűzve? Ha feljelentetted volna, Mondta Nelson. A kitűzött díjból már régen úton lehetnénk. A ez az ember olyan volt hozzá, mint a fia. Egy okkal több, hogy feljelest. A fiadat ismerem. Már már tette az életemet. Nelson vállat vont. Most csak ülj le és fog be a szád, még bajba kerülsz, és az rossz reklám lenne a társulatnak. Nelson mindent a színház működése szempontjából nézett. De hívták már a színpadra, tehát ott hagyta barátját. Barker egyedül maradt, kétségbe esetten töprengve. Micsoda élet öreg napjaira! Barker robinált mellette. Felugrott, hogy elfusson, vagy mondjon valamit, de csak át és a feje enyhén rezgett. Még mindig fél tőlem? A... a mérnökkel mi van? kérdezte Barker. Hogy érti ezt? Mit? kérdezte Barker. Semmi bajabb, de ma este meg akarják ölni, és akkor maga is belekeveredik. Tudtam, nyögte. Én becsempésztem Rover farmjára. Ez istenes cselekedet volt, és büszke lehet rá. Zsilipet épít titokba, mondta Robin. És ez titja a törvény? kérdezte Barker. Nem, de a nép ellene van. Öreg Barker, ráfér magára egy kis nyugalom végre. Megcsinálhatja a szerencséjét. Ez a rover gazdag ember. Akar tenni, hogy egy életre lekötelezze? Hát nem zárnak be miatta. Nem csinálok több kanapét. Olyat kell tenni, amiért kitüntetik. Ide hallgasson. Leült mellé a lépcsőre. Az öreg először figyelemmel hallgatta. Később hevesen tiltakozott, a mellét verte, és megesküdött valamire. Sőt, egy kicsit sírt is. De végül Robin meggyőzte. Eddig nem érte baj, ha nekem szót fogadott. Ezt jegyezze meg. Szóval este itt találkozunk. Maga mindenre rávesz. Mi csinálja? Fogadjon szót. Robin sietett a kocsmába. Egy pár legényt esetleg talál, aki eljön vele harcolni. Minden esetre segíteni kell. Ha másképp nem, hát egyedül is visszatér. Egy éles hang kiáltott most a közelébe. Fogják el a tigris! Nelson volt. Felismerte az illetőt, aki annak idején a kocsmába bárkára suttogott, és ebben a pillanatban a név is eszébe jutott. A vérengző, akit hírből ő is ismer, nem ennyire ismeri, körözvényből, újságcikkekből. De bolond is volt, hogy nem tudta. A tigris. Nyomba az uti költségre gondolt és kiáltott. Fogják meg, a tigris! Egyszerre tíz revolver ugrott ki a tokjából. Ha Robin egy lépést vagy egy mozdulatot tesz, szitává lövik. Tehát megállt. Nelson egész testébe remegve mondta rámutatva. Maga, maga a tigris. Az hát, na és? Mondta Robin. Tíz perc múlva bilincsek között ült a börtönbe. Csak azt kérte, hogy bárkörről beszélhessem. De a serif megtagadta a kívánságát. Csendes és békés völgy ez a Fauston. Innen a hegyekből olyan, mint valami kis paradicsom. Apró fehér házaival, farmjaival, dús fáival. Túloldalon a kopár sziklák csipke háttere. Csupa derű, hangulat, harmónia. És a rover farm körül serényen hordták a torlaszokat. Minden kauboly a fegyverét nézegette. A kerítést homokzsákokkal erősítették meg, és a zsilép körül kidöntött fákkal zárták el az utat. A peon törzsfőnök a huszadik korbácsütés után mindent bevallott. Nem akárták Zsilipet, és mi sákárjuk? Szóval a Faulkstoniak egyesülnek a Peonokkal? Igen? Felkötni, javasolta Bobapó. Sőt, mondta Róva, szabadon bocsátjuk. Tessék, hüledezett Peterson, aki szintén ott állt a puskájával harcra készen. Ezt aga az embert, akinél csak a Faulkstoniak a lantasabbak, mert indiánokkal szövetkeznek a fehérek ellen. Vissza ez mondta Rover a főnöknek. Azt üzenem neki, hogy szívesen elkerülöm a vérontást. Ezért tudják meg, hogy felkészülten várunk. Vágjátok el a kötelékét. A kóbolyoknak nem tetszett ez a megoldás, de engedelmeskedtek. A törzsfőnök szeme dühösen villogott és szó nélkül elnyargalt. Ostobaság, mondta Peterson. Egy megkorbácsolt törzsfőnökkel a visszatérő halált bocsátotta szabadon. Mindegy, Tudják meg, hogy várjuk őket. Talán akkor észbe kapnak, mondta Rover. Dehogy is, hisz túl erőben vannak, mondta a serif. Meglátjuk, mondta elszálltan Rover. Fiúk, aki fél, az elmehet békében. Senki se áldozza fel az életét, aki nem hisz abba, hogy fontos és jó, amit teszünk, mondta Rover. A maroknyi csapat azonban kitartott gazdája mellett hűségesen. Jóval éjfél után csend volt a farm vidéken. Három kauboly előörsnek ment. A környék magaslatairól figyelték a tájat. Egy óra felé egy csapatmadár kezdett keringeni délfelől. Ezeket felriasztotta valami. Egy fegyver is csillan. Az előörs kilövi a fegyverét, hogy eltadjon másik két társának, és nyargal vissza. Jönnek! A farm keleti oldalán az indiánok kezdték a támadást. Bokrok és dombok fedezéke mögül tüzeltek, és elszólt rajvonalba kúztak a ház felé. – Ne pazaroljátok a golyót! – mondta Róver. – Csak biztos célra lőni! A folyó felüli részen a fehérek százfőnyi csapata várakozott. Ha az indiánok magukra vonják az erő nagy részét, akkor ők innen rohamoznak. – Róvert keressétek! – mondta ellen. – Ha őt letárítjük, akkor nem fognak küzdeni nyomasztó csend volt a füllett éjszakába. Csak az indiánok lőttek néha, és előbbre kúztak. Róverék viszonozták a tüzet. Ha néha eldőre a puska, akkor valamelyik túlmerészen kúszó indián felordított, és egy ellenséggel kevesebb volt. Azért lassan mégis közeledtek. Amikor a peonok a meredek hegyoldal közelébe értek, fentről, ahonnan nem várták, sűrű tűz ropogott le rájuk hirtelen. Fedetlenül érte őket a tűz. Akit nem talált golyó, az meglepetten felugrott, de erre a far felől is megnyitották a tüzet. Peterson ötlete volt, hogy a szikláról, ahonnan Robin jött a mérnökkel, oldalba kapják az indiánokat. Ordítás, jajgatás és zűrzavar. – Rajta! – kiabálta Robert. – Rohanjuk meg őket! Kiméletlen puskatus és revolverharc kezdődött, de nem tartott sokáig. A meglepett vörösök első csoportja megfutamodott. A fogsztaniak a folyó felőli oldalon nem láthatták, mi történt. A lövés és az ordítozás azonban jól hallatszott. – Valami baj lehet oda át! – mondta nyugtalanul ellen. Egy fehér jött futva. Ezt összekötőnek küldték a peonokkal. – Visszaszorították a vörösüket, a szikláról is lőttek! – Talán segítséget kaptak! – kérdezte idegesen a serif. – hogy felmászott egy pár ember lasszon, és onnan rájuk – mondta Híron. – A mindenség, most mi lesz? – A főnök szedje össze az embereit, és kezdjen új támadást! – parancsolta ellen. – És mi? – Nem várunk tovább. Előre! – kiáltott elem. Sortűz. A lovas csapat neki Ugyanakkor néhány nyilvesző égő fűnyalábbal a farmirányába irányába röppent. Most már szüntelenül ropogtak a fegyverek, és egyik égő fűcsomó a másik után repült felettük. Két ember! Vizzel és pokroccal a tetőre! Ötten már holtan vagy harcképtelenül feküdtek. Az istáló kigyulladt, és az udvar felüli részen betörték a torlaszt. Nézd tovább, uram! mondta lihegve Bob, és a vállára szorította a kezét, mert megsebesült. Mi van? Elvesztünk. Lőni az utolsó golyóig! kiabált Rover. A vad lövöldözés elől kisé megtorpantak a támadók de hiába nem lehetett reményük a túlerő ellen. A fehérek kis csoportja Hiron vezetésével átgázolt a folyón, és már bent volt a farmudvarba, egy gazdasági épület mögé húzottak, és onnan tüzeltek. A rover emberei közül már vagy huszan feküdtek súlyos sebbel. A tűz az istállóról átterjedt a cseléd épületre. – Rover, tegyétek le a fegyvert! – harsogta egy hang a puskalövések másodpercnyi szünetébe. Ellen volt. A válasz vagy húsz lövés volt a hang irányába. A tűzfényben fetrengő sebesültek. A puska porfüst folytó szaga pokollá tették a farmot. A rover egy biztos lövéssel leterítette a szeplős híront. – Magad kerested ezt a golyót, gazember! Egy gazdasági épület mögött védte magát a maroknyi csapat, de fogytán volt a töltényük is. Az ellenség egyre közelebbi fedezékek mögött tüzelt. A kör bezárult vége. És ebben a legválságosabb pillanatban megszólalt egy trombita. Élesen, messze hangzóan recsegett a rohamra hívó jeladás, és a fehéredő éghajnali világosságában szuronyok és egyenruhák tűntek fel. Egy lovas tiszt kardja villan. – Itt vannak a katonák! A szorosan át amerikai uniformisok közeledtek futó lépésbe. Lövésre kész fegyverrel szurony szegezve. A trombita recseget. Az egyik dombon lecsatolták a gépfegyvert. A többit nem várta meg senki. Először az indiánok futottak, lóra kaptak és elvágtattak rémülten. Jó tudták, hogy mit jelent az államokba a katonai segítség. A folksztoniak döbbenten álltak, mintha csodát bámulnának. Nem menekültek, de nem is moccantak. Dicsőség az Istennek, suttogta Peterson, és levette a kalapját. Valamennyien födetlen fővel álltak. Miután eltisztultak az indiánok, a Falkstoniak is igyekeztek elkerülni a katonák közeléből. A csatának vége volt. A tiszt lóra ült, villant a kardja, és a menet jött a Rover farmhoz, ahol boldog emberek éjjeneznek. A katonaság szép befordul az udvarra, és a tiszt méltóság teljesen fogadta Rover üdvözlését, aztán így felelt. Mr. Rover, a társulat öntől várja uti költségét. Nincs egy huncut centünk. Nevem Barter. Egy katona kezében büszkén a csillagos lobogó. Az eset előzményei Robin elfogatását megelőzően rábeszélte Bartört, hogy jöjjön el a társulattól este egy szabadtéri előadáson bemutatni a csillagos lobogó című dalművet. Hol? Fogsztunkba, Rovernek. De hisz maga azt mondta, hogy ott harc lesz. Ha maguk megjelennek a dalmű jelmezeibe, akkor nem lesz. Ki mer itt a katonasággal harcolni? És ha valaki mer, akkor mi csinálunk mi a katonaruhába? Nézze, ha megteszi és a társai is beleegyeznek, akkor Rover hálájára egy életen át számított. Nagyot tett akkor Barker. Megbeszélték, hogy este találkoznak. De közben Robint elfogták. Barker tanácsot kért a tenoristától és az apa színésztől. Végül is úgy döntöttek, hogy megpróbálják. Jó reklám lehet belőle, vélte Nelson, akit később szintén beavattak. És este útnak indultak, élünkön Barkerrel az ezredes szerepében. És megérkezett az igazi katonaság. A peunokat áttelepítették a veszélyes törzsek számára kötelező, elkerített indián territoriálisra. A zsilip készen állt, és semmi sem hátráltatta többi a befejezését. A kormányzó jelen volt a duzzasztógát felavatásánál, de az ünnepség a falksztaniak részvétele nélkül folyt le. És Molly? Ő ugyan részt vett az ünnepségen, de ilyen sápat volt, és a szemei vörösek. És a roverfant nagy ünnepi ebédjén csak kinnal nyelt le néhány falatot. A kormányzó egyedül maradt a szobájába, hogy lepihenjen az utazás előtt. Kopogtak. Molly lépett be sírva. Mr. Hunter, Robint halára ítélték. Tudom, holnap végre is hajtják. Amikor a lány sírásba tört ki, kisé megenyhült. Legyen okos, Molly, csak nem hiszi, hogy megkegyelmezhetek. De, de igen, ártatlan! Kiáltott az okokba, és remegett egész testében. Ártatlan! Látja, gyáva öngyilkos. Ő maga is beismerte, hogy hajnali háromkor megölte Fred Narvicsot, utána Jimmy halt. Ártatlan! Peterson mindent kiderített. Ő is tudja, hogy Robin apja a gyilkos. A tigris. Azért vállalja ő. Ezt nem bizonyítsa semmi. Molly kérem, nálunk, Amerikában a kegyelemhez legalább annyi indok kell, mint egy felmentő ítélethez. Peterson tudja? Hol van Peterson? <laughs> nem tudom, sírta kétségbe esettem Molly. Peterson fennjárt a sziklán Hilton mérnökkel, elmeséltette a támadást. Elindult a nyomok után, mint Robin. Ennek egy hete, azóta nem tért vissza, mondta a kormányzó. Azután emlékezzen a hajnali támadásra, a vonat ellen. Mit tudna itt felhozni a fiú mentségére, Peterson? mondta a kormányzó. Nem ölt meg senkit. Mégis én magam láttam, beszéltem vele, hajnali fél négykor feltartóztatta a kormányzó vonatát. Nagy bűn ez! Moli mozdulatlanul állt. Az agya sebesen dolgozott. Aztán felkiáltott. Ártatlan, és maga a tanú, Mr. Hunton. Ö, hogy érti ezt? Beckford Lane félnapi út Burkemptől, nem? E, ez igaz, de mit használ a fiúnak? Ártatlan, Mr. Hunton, mert hogyan ölhette meg Fred Norwichot Backford Beckford Lane-ben, háromnegyed háromkor, és egy órával később Jimmy holt Torontóban, amikor Bertram előtt feltartóztatta a vonatot három órakor? A kormányzónak nyitva maradt a szája meglepetésében. Hm, az öltökbe. Ön a mentő tanú, fél négykor beszélt vele sok mérföldnyire a tetszínhelyétől, kiáltotta a lány. És holnap kivégzik? Jimmy! Hey, Jimmy! A kormányzó egy ugrással kint volt az udvaron. Vártas country-ba! Várj, írok! Így! Vidd azonnal! A kivégzés elhalasztását rendelte el. Újra felvétel Robin ügyébe. Az utolsó percben. A kormányzó vereltékező homlokkal nézett a vártató után. Kínos lenne, hogy ő, a kormányzó, ismerte az alibit, és most kivégeznék. Visszament a szobába. Ez igazán okos ötlet volt öntől, Miss... Vizet, hé, jöjjön valaki segíteni! Móli álljútan zuhant a padlóra. Robin perének második tárgyalása bővelkedett az izgalmakban. Az elnök neuraszténiás lett. Ilyen még nem volt. A felmentő bizonyítékok dacára a vádlott konokul beismer. Én öltem meg Fred Norvicsot és Jimmy halt is. Hogy lehetett ön Lane-ben gyilkos, amikor Birkham-ben volt és feltartóztatta a vonatot? Tévedés van az ügyben. Maga ölte meg Fred Norvicsot? Igen. Ember, ne hazudjon! A vádott csökönyösen vallott. A hallgatóság körébe zűrzavar és izgatottság lett túrá. Most felállt a védő. Új tanú jelentkezett az imént, Kérem, hogy azonnal hallgassuk meg. Az elnök helyt adott az indítványnak. Feszült várakodás. Jött Peterson. Nagy utat tehetett meg a serif, mert csupa por volt, a ruhája szakadt. Így állt a bíró elé. – Mit kíván? – kérdezte az elnök. – Vallomást akarok tenni, amely világosságot derít az ügyre. – Kicsoda maga? – kérdezte a bíró. – Peterson, a Berkhamy serif. Ismerem a gyilkost. Ez az ember azt állítja, hogy ő ölte meg Norvicsot és halt, mondta a bíró. Hazudik, mert azt hiszi, hogy az apját védi, mondta a serif. Maga tudja, ki a bűnös? kérdezte a bíró. Tudom, a bűnös lediktálta a vallomását. Tessék! Hol van az illető, és kicsoda? kérdezte a bíró. Tegnap este meghalt, és Jeff Olsennek hívták a kutyát, amíg élt. Kellemes, hűs, nyári este volt. Együtt ültek a Rover farmon, és Peterson mesélt. Elindultam a szikláról a nyomok után, és megérkeztem a kunyhóhoz, ameddig te is követted a tigris nyomait, Robin. Egy halódó sebesültet találtam ott szörnyű állapotba. Azonnal felismertem, Jeff Olson. Ezért tartott távol téged, amíg a tigris szerepét játszotta itt. Bajuszt növesztett közben, és lenyírta kissé a fél szemöldökét, de te megismerted volna azonnal, és én is felismertem. Mindent bevallott. Ő a Tigris alvezére volt. Az apádat, Weller doktort megölte, mert az is részt vett a Tigris elleni expedícióba roverrel. Ez az az támadás, amelyre olykor visszaemlékezel. Olzen és a banditák rátörtek az apádra. A Tigris fia csak ugyan nála volt, de a gyerek meghalt. Olzen félt, hogy a Tigris egyszer még bosszút áll ezért, ha kiszabadul. Weller leégett háza és a legyilkolt háznébe között egy síró gyereket talált. Robin. Kapóra jött neki az orvos fia. Ezt neveli tovább a tigris elhuny gyereke helyett. Magához vette a kisfiút és elmenekült vele. Azután más néven letelepedett Börkhemben, mint tisztességes ember. Robint a bosszúnak nevelte, hogy egy napon majd közli vele a tigris történetét, akkor megölje Róvert és a többit de az a nap, amikor az apját megölték, félénkét tette Robin. Tex Brandon, aki uzsolás is volt, mostanába szorongatta Olzent az adósságaiért. Ez fontos indító oka volt, hogy Olzen elkezdje a leszámolás nagy komédiáját. Robin gyávasága reménytelenné tette a bosszút. Érezte, hogy öregszik, és terveiből nem lesz semmi. Akkor kezdett bele a szörnyű játékba. Robint azzal a mesével, hogy a tigris az apja volt, neki hajtotta a világnak és ő Olzen Jeff ölt. Természetesen Robinra esett a gyanú. Olzen végzett Tex Brandonnal a kocsma közelében, miután Robin veszekedett vele. Aztán vágtatott tovább Robin útvonalán. Időközben megváltoztatta az arcát, hogy a tigrisre emlékeztessem. Így halt meg sorba Fred Norwich, Jimmy Hall és Clayton. Olzen ölte meg valamennyit, és Robinnal fedezte magát. Amíg Hilton mérnök golyója véletlenül harára sebezte. Ott haldokolt egyedül, amikor rátaláltam. Mindent beismert. Igazi báránybőrbe bújtatott fenevad volt. És évekig, mint türelmes képmutatóért, hogy megvalósítsa a bosszúját, a tigrisért. – Most mi a teendő? – kérdezte Rover. – Szerintem – jegyezte meg halkan Barker, aki szintén jelen volt – legfőbb ideje, hogy vacsorázzunk. Móli kint állt a tornácon. Jól hallotta, hogy mellé jelép valaki, de nem fordult meg. Molly. Az a bizonyos valaki átkarolta. Most sem fordult meg, csak lehunta a szemét. A legenda folytatta a mellette álló. Szétfoszlott. A tigris fértől nincs mit tartani. Most? Most? Kérdeznék valamit. De nem kérdezett semmit. Csak áltakott. Azután csendesen megcsókolták egymást, és távolról odahallatszott a zsilipen átzuhogó víz tompa-harsogása a jó szagó estében. Azóta húsz év telt el, sok ház, épület és még több fal. Kiderült, hogy a legelőnek és a földnek csak áldás a zsilip, mert lehetségesé teszi a mesterséges öntözést. És kiderült, hogy a zsilip mindenkinek áldás. A vasút olcsóbbá tette az árucikkeket, és nem kellett csaló ki ügynökök úcskaságai drágán megvenni. A kisváros bekerült a kelet vérkeringésébe, mert a zsilip után vasútállomást is kapott. Barker, aki Rover többé nem hagyott a sorsára, most azon fáradozik, hogy színházat alapítson. De ez a lépcsőfoka a haladásnak még várat magára. Folkston föllendő, boldog, megelégedett emberek lakják, és a városka képviselőtestülete ellen javaslatára zóvó helyesléssel megszavazta, hogy a pályaudvarhoz vezető útvonal, hálájuk jeléül, legyen Fauston jótevő zsilipjének megépítője után, Jack Rover utca.